Második rész Véresen, de meg nem törve Egy A Brit Védelmi Minisztérium 2007 februárjában közölte a világgal, hogy bevetésre készülök, hogy egy könnyű harckocsi csoportot fogok irányítani az iraki határ mentén, Bászra közelében. Ez hivatalos volt. Háborúba indultam. A közvélemény reakciója különös volt. A britek fele dühös volt, és szörnyűnek nevezte, hogy a királynő legfiatalabb unokájának életét kockáztatják. Azt mondták, hogy nem bölcs dolog egy királyi herceget háborús övezetbe küldeni. 25 év óta ez volt az első alkalom, hogy ilyesmire sor került. A britek másik fele azonban üdvözölte a hírt. Miért kellene Herinek különleges bánásmódban részesülnie? Micsoda pazarlás lenne az adófizetők pénzét arra pazarolni, hogy a fiút katonának képezzék ki, aztán ne használják. Ha meghal, hát meghal, mondták. Az ellenség minden bizonyjal így gondolta. Mindenképpen, mondták a felkelők, akik megpróbáltak polgárháborút szítani Irak szerte, küldjék el nekünk a fiút. A felkelők egyik vezetője hivatalos meghívást is intézett. Lélegzett visszafolytva várjuk a fiatal jóképű elkényeztetett herceg érkezését. Volt egy terv számomra, mondta a felkelők vezetője. El akartak rabolni, aztán eldönteni, hogy mit csináljanak velem. Kínzás, váltságdíj, gyilkosság. Ennek a tervnek látszólag egyenesen ellentmondva azzal zárta szavait, hogy megígérte, hogy a jóképű herceg fülek nélkül visszatérhet majd a nagyanyjához. Emlékszem, ahogy ezt hallottam, éreztem, hogy a fülemhegye felmelegszik. Visszaemlékeztem a gyermekkoromra, amikor egy barátom azt javasolta, hogy a fülemet sebészetileg tűzzék hátra, hogy megelőzzék vagy kiavítsák a családi átkot. Én akkor határozottan nemet mondtam erre. Napokkal később egy másik lázadó vezető az anyámra hivatkozott. Azt mondta, hogy tanuljak a példájából, szakadjak el a családomtól. Lázadj fel az imperialisták ellen, Harry. Különben figyelmeztetett, vére fog kifolyni a sivatagunkban. Aggódtam volna, hogy Chelsea hallja mindezt, de mióta randevúzni kezdtünk, annyira zaklatta a sajtó, hogy teljesen kikapcsolódott. Az újságok nem léteztek számára, az internet tiltott terület volt számára. A brit hadsereg azonban nagyon is résen volt. Két hónappal a bevetésem bejelentése után a hadsereg vezetője, Denet tábornok, hirtelen lefújta a bevetést. A felkelők vezetőinek nyilvános fenyegetései mellett a brit hírszerzés megtudta, hogy a fényképemet szétosztották egy iraki mesterlövész csoport között, azzal az utasítással, hogy én vagyok minden célpontok anyja. Ezek a mesterlövészek elit katonák voltak. Nemrég hat brit katonát lőttek le. Így a küldetés egyszerűen túl lett számomra, és bárki számára, akinek esetleg bal szerencséje volt, hogy mellettem álljon majd. Dennett és mások értékelése szerint golyómágnessé váltam, és ennek az okozója, mondta, a sajtó volt. A bevetésemet lemondó nyilvános nyilatkozatában az újságírókat szitta a túlhajtott tudósításokért, a vatt találgatásokért amelyek felerősítették a fenyegetettségi szintet. Apa stábja is kiadott egy nyilvános nyilatkozatot, amelyben azt állította, hogy nagyon csalódott voltam, ami nem volt igaz. Össze voltam törve. Amikor a hír először eljutott hozzám, a Vinzor laktanyában voltam az embereimmel együtt. Egy pillanatra összeszedtem magam, aztán közöltem velük a rossz hírt. Bár hónapokig együtt éltünk, Együtt képeztük ki magunkat, és ez alatt fegyvertestvérekké váltunk, ők most mégis magukra maradtak. Nem egyszerűen csak sajnáltam magam, aggódtam a csapatomért. Valaki másnak kellett elvégezni a munkámat, és nekem örökké együtt kellett élnem a csalódással, a bűntudattal. Mi van, ha bajuk esik? A következő héten több újság is arról számolt be, hogy mély depresszióban vagyok. Egy vagy kettő azonban arról számolt be, hogy a bevetésemben bekövetkezett hirtelen fordulatot én magam okoztam, megint a gyáva történet. Azt mondták, hogy a színfalak mögött én sürgettem a feletteseimet, hogy húzzák ki a dugót. 2. Fontolgattam, hogy kilépek a hadseregből. Miért értelme lett volna maradni, ha nem lehetek katona? Megbeszéltem ezt Chelsea-vel. Tépelődött. Egyrészt nem tudta leplezni a megkönnyebbülését, másrészt tudta, hogy mennyire szerettem volna a csapatom mellett lenni. Tudta, hogy régóta üldözöttnek éreztem magam a sajtó által, és hogy a hadsereg volt az egyetlen egészséges kiút, amit találtam magamnak. Azt is tudta, hogy hiszek a küldetésben. Megbeszéltem Willivel. Neki is bonyolult érzései voltak. Katonaként együttérzett velem. De mint testvér, mint egy folyamatosan versengő báty. Nem tudta rávenni magát, hogy teljesen megbánja ezt a fordulatot. A legtöbbször vilivel nem volt semmi bajunk ezzel az örökös állandó hülyeséggel. De néha-néha mégiscsak felkaptam a vizet, és rájöttem, hogy valamilyen szinten ez tényleg számított neki. Szakmailag és személyesen is érdekelte, hol állok, mit csinálok. Mivel semmilyen oldalról nem kaptam vígaszt, a vodkában és a Red Bullban kerestem azt, és a gin tonikban. Ez időtájt egyre több kocsmába, klubba, házibuliba mentem be, illetve jöttem ki onnan hajnalban. Nem szerettem arra ébredni, hogy egy bulvárlap címlapján találom a képemet, de amit igazán nem bírtam elviselni, az az volt, hogy a fotó elkészítésének hangját egyáltalán nem bírtam elviselni. Az a kattanás, az a szörnyű zaj, amely a vállam fölött, a hátam mögött vagy a perifériás látómezőmben hallatszott, mindig is kiváltotta belőlem, mindig is megdobogtatta a szívemet, de Sanders után úgy hallatszott, mintha egy pisztoly kelepelése vagy egy penge felnyílása lenne. És aztán, ami még egy kicsit rosszabb volt, még traumatikusabb, jött a vakító villanás. Remek, gondoltam. A hadsereg képessé tett arra, hogy felismerjem a fenyegetéseket, hogy megérezzem a fenyegetettséget, hogy adrenalizálódjak a fenyegetésekkel szemben, és most félredobott. Rossz, nagyon rossz helyen voltam. A paparazzik valahogy tudták ezt. Ez időtájt kezdtek el engem a kameráikkal támadni, szándékosan megpróbáltak felbosszantani. Megsimogattak, lögdöstek, vagy egyszerűen csak megütöttek, remélve, hogy felhergelnek, remélve, hogy visszavágok, mert akkor jobb fotó készül, és így több pénz kerül a zsebükbe. Egy rólam készült kép 2007-ben körülbelül 30 ezer fontot ért. Ez egy lakás előlegének az összege. De egy fotó, amint valami agresszív dolgot csinálok, az talán egy vidéki ház előlegét jelenteni. Volt egy verekedésem, ami nagy hírverést kapott. Duzzatóra jöttem ki belőle, és a testőröm dühös volt. Gazdaggá tetted a fotósokat, Harry. Boldog vagy? Boldog? Nem, mondtam. Nem vagyok boldog. A lesi fotósok mindig is groteszk emberek voltak, de ahogy felnőtté váltam, egyre rosszabbak lettek. Látszott a szemükön, a testbeszédükön. Felbátorodtak, radikalizálódtak, ahogyan az iraki fiatal emberek is radikalizálódtak. A múlahjaik a szerkesztők voltak, ugyanazok, akik anyu halála után esküdöztek, hogy befejezik ezt a vadászatot. A szerkesztők nyilvánosan megígérték, hogy soha többé nem küldenek fotósokat emberek után, és most tíz évvel később visszatértek a régi módszerükhöz. Ezt azzal indokolták, hogy többé már nem közvetlenül a saját fotósaikat küldték, hanem szerződést kötöttek a lapügynökségekkel. Akik a fotósokat küldték, ami egy cseppnyi különbség nélküli különbség. A szerkesztők még mindig felbújtották és búsásan megjutalmazták a gengstereket és lúzereket, hogy becserkészék a királyi családot, vagy bárki mást, aki elég szerencsétlen ahhoz, hogy híresnek vagy hírértékűnek minősüljön. Zavartak, de úgy tűnt, senkit sem érdekelt ez az apróság. Emlékszem, amikor kiléptem egy londoni klubból, húsz fotós nyüzsgött körülöttem. Körülvettek, aztán körbevették a rendőrautót, amelyben ültem, átvetették magukat a motorháztetőn, mindannyian focisálakat viseltek az arcukon és csukját a fejükön, a terroristák egyenruháját mindenütt. Életem egyik legiesztőbb pillanata volt, és tudtam, hogy senkit sem érdekel, hogy én mit érzek. Ez az ár, amit fizetsz, mondták az emberek, bár sohasem értettem, mire gondolnak. Minek az árát? Különösen közel álltam az egyik testőrömhöz, Billit a sziklának hívtam, mert annyira megbízható volt. Egyszer lecsapott egy gránátra, amit valaki a tömegből dobott felém. Szerencsére kiderült, hogy nem volt igazi. Megígértem Billinek, hogy nem lögdösöm többé a paparazzikat, de nem is sétálhattam csak úgy bele a csapdájukba. Így, amikor elhagytunk egy klubot, azt mondtam. Billy, be kell gyömöszölnöd a kocsi csomagtartójába. Tágra nyílt szemmel nézett rám. Tényleg? Csak így nem fogok kísértésbe esni, hogy rájuk szálljak, és nem tudnak majd pénzt csinálni belőlem. Mindenki nyer ezzel. Nem mondtam Billynek, hogy ezt az anyám szokta csinálni. Így kezdődött egy nagyon furcsa rutin köztünk. Amikor 2007-ben elhagytam egy kocsmát vagy klubot, az autóval behajtottunk egy mellékutcába vagy egy mély garázsba, bemásztam a csomagtartóba, hagytam, hogy Billy becsukja a fedelet, és ott feküdtem a sötétben, kezemet a melkasomra téve, míg ő és egy másik testőr hazaszállítottak. Olyan érzés volt, mintha koporsóban lettem volna. Nem érdekelt. 3. Édesanyánk halálának tizedik évfordulója alkalmából Vili és én koncertet szerveztünk a tiszteletére. A bevételt a kedvenc jótékonysági szervezeteinknek és egy új jótékonysági szervezetnek ajánlottuk fel, amelyet épp most indítottam el, a Szent Éblnek. Küldetése a gyermekek körében terjedő hívelleni küzdelem leszotóban. A Szent egy szeszotó szó, a ne felejtsre, ami anyu kedvenc virága volt. A koncert tervezése közben Vili és én érzelemmentesek voltunk. Csupa üzlet. Ez az évforduló, ezt meg kell csinálnunk, milliónyi részlet van, pont. A helyszínnek elég nagynak kellett lennie, Wembley stadion. A jegyeknek megfelelő árunak, 45 font. A fellépőknek pedig alistásoknak. Elton John, Duran Duran, P. Diddy. De az esemény estén, amikor a színfalak mögött álltunk, néztük azokat az arcokat, éreztük azt a lüktető energiát, azt a felgyülemlett szeretetet és vágyakozást az anyánk iránt, lelkileg összezuhantunk. Aztán Elton felment a színpadra, leült a zongorához, és a hely valósággal megőrült. Kértem, hogy énekelj el a Candle in the Windet, de nemet mondott, nem akart morbid lenni. Helyette a Júr szangot választotta. Remélem nem bánod, hogy szavakba öntöttem, milyen csodálatos az élet, amíg te a világon vagy. Csillogva és mosolyogva énekelte, szép emlékektől ragyogva. Vili és én ugyanerre az energiára törekedtünk, de aztán a képernyőn elkezdtek villogni a mamáról készült fotók. Mindegyik egyre ragyogóbb lett. A fásultságból elragadtatásba mentünk át. Ahogy a dal véget ért, Elton felugrott, bemutatott minket. Ő királyi felségek, Vilmos herceg és Harry herceg. A taps fülsiketítő volt, olyan, amilyet még soha nem hallottunk. Megtapsoltak már minket az utcán, póló felvonulásokon, operákban, de még soha nem tapsoltak meg minket egy ilyen hatalmas, több ezer emberrel zsúfolt helyen. Vili kisétált, én követtem, mindketten blézert és nyitott inget viseltünk, mintha iskolai bába mennénk. Mindketten rettentően idegesek voltunk. Bármilyen témában, de különösen a mami témájában, nem voltunk hozzászokva a nyilvános beszédhez. Valójában ahhoz sem voltunk hozzászokva, hogy magunkban beszéljünk róla. De 65 ezer ember előtt állva, és további 500 millió ember előtt, akik 140 országban élőben nézték a közvetítést, megbénultunk. Talán ez volt az oka annak, hogy valójában nem mondtunk semmit. Most megnéztem a videót, és megdöbbentő. Itt volt a pillanat, talán a pillanat, hogy leírjuk őt, hogy mérássunk, és megtaláljuk a szavakat, hogy emlékeztessük a világot az ő kiváló tulajdonságaira, az ő egyszeri varázslatára, az ő eltűnésére, de nem tettük meg. Nem azt mondom, hogy egy teljes körű tisztelgés lett volna helyén való, de talán egy kis személyes tisztelgés. Nem ajánlottunk fel ilyesmit. Ez még mindig túl sok volt, túl nyers. Az egyetlen dolog, amit mondtam, ami valódi volt, ami a szívemből jött, az a csapatomnak szólt. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy üdvözöljem a század, a király lovasság minden tagját, akik jelenleg Irakban szolgálnak. Bár csak ott lehetnék veletek, sajnálom, hogy nem lehetek, de nektek és mindenki másnak, aki jelenleg a hadműveletekben van, mindketten azt szeretnénk mondani, vigyázzatok magatokra. 4. Napokkal később már bocvanában voltam Chelsea-vel. Tejhez és májhoz mentünk. Adi is ott volt. Ez volt az első találkozás ennek a négy különleges embernek az életemben. Olyan érzés volt, mint a ha hazahoztam volna chelsea hogy találkozzon anyuval, apuval és a nagytesóval. Nagy lépés, és ezt mindannyian tudtuk. Szerencsére ti, Mike és Adi szerették őt, és ő is látta, hogy ők milyen különlegesek. Egy délután, amikor mindannyian sétálni készültünk, ti elkezdett nyaggatni. Hoz kalapot. Igen, igen. És naptejet. Sok naptejet. Spike, meg fogsz fülni a sápad bőröddel. Jól van, jól van. Spike. Oké, okay, anya. Csak úgy kirepült a számból. Meghallottam és megálltam. Ti meghallotta és megállt, de nem javítottam ki magam. Ti döbbenten nézett, de meg is mozdult. Én is meghatódtam. Ezután állandóan anyának szólítottam. Jól esett, mindkettőnknek. Bár mindig arra törekedtem, hogy inkább anyának szólítsam, mint mamának. Csak egy anya volt. Összességében boldog látogatás volt, és mégis állandóan ott volt a stressz. Látszott azon, hogy mennyit ittam. Egyszer Chelsea és én csónakba szálltunk, felalásodródtunk a folyón, és a legfontosabb, amire emlékszem, a Southern Comfort és a Sambuka. Nappal Sambuka Gold, éjjel Sambuka Black. Emlékszem, hogy reggel úgy ébredtem, hogy az arcom a párnához tapadt, a fejem nem éreztem, hogy a nyakamhoz van rögzítve. Jól éreztem magam persze, de a magam módján kezeltem a rendezetlen haragot és bűntudatot is, amért nem voltam háborúban, nem vezettem a legényeimet, és nem birkóztam meg vele jól. Chelsea és Adi ti és Mike nem szóltak semmit. Talán nem láttak semmit. Valószínűleg elég jól elfettem az egészet. Kívülről nézve az ivásom valószínűleg bulizásnak tűnt, és ezt mondtam magamnak, hogy az is volt. De mélyen legbelül valamilyen szinten tudtam. Valaminek változnia kellett. Tudtam, hogy ez nem mehet így tovább. Ezért, amint visszatértem Nagy-Britanniába, találkozót kértem a parancsnokomtól, Ed Smite Osborne ezredestől. Csodálta medezredest, és lenyűgözött. Nem úgy volt összerakva, mint a legtöbb férfi. Ha már itt tartunk, ő sem volt úgy összerakva, mint bármelyik ember, akivel eddig találkoztam. Az alapvető összetevők mások voltak. Vas hulladék, acétgyapot, oroszlánvér. Másképp nézett ki. Az arca hosszú volt, mint egy lóé, de nem ló simaságú, Mindkét arcám volt egy-egy jellegzetes szőrcsomó. A szeme nagy volt, nyugodt, bölcsességre és sztoicizmusra képes. Az én szemeim ezzel szemben még mindig véreresek voltak az okavangói mulatozástól, és mindenhová szédelektek, amikor előadtam a beszédemet. Ezredes úr, meg kell találnom a módját, hogyan tudnék újra bevetésre kerülni, különben ki kell lépnem a hadseregből. Nem vagyok benne biztos, hogy Edezredes elhitte a fenyegetésemet. Én sem vagyok benne biztos, hogy én is. Mégis politikailag, diplomáciailag, stratégiailag nem engedhette meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja. Egy herceg a soraiban nagy hírverési előny volt, erős toborzási eszköz. Nem hagyhatta figyelmen kívül azt a tényt, hogyha megszöknék, a felettesei őt és az ő feletteseiket is, és ez felfelé menne a láncban. Másrészt, amit aznap láttam tőle, az valódi emberség volt. A fickó megértette. Mint katona, együtt érzett velem. Beleborzongott a gondolatba, hogy távol tartják egy selejtől. Tényleg segíteni akart. Harry, talán van rá mód? Irak végleg lekerült a térképedről, mondta. Sajnos Attól tartok, ebben nincs kétféle lehetőség, de talán, tette hozzá, Afganisztán még szóba jöhet. Hunyorítottam. Afganisztán. Valami olyasmit motyogott, hogy az a legbiztonságosabb lehetőség. Rendben, biztonságosabb. Mi a fenéről dör mögött? Afganisztán sokkal veszélyesebb volt, mint Irak. Abban a pillanatban Nagy-Britanniának 7000 katonája volt Afganisztánban, és minden nap a második világháború óta a leghevesebb harcokban vettek részt. De ki voltam én, hogy vitatkozzak? Ha Edezredes úgy gondolta, hogy Afganisztán biztonságosabb, és ha hajlandó volt oda küldeni engem, az nagyszerű. Milyen munkát végeznék Afganisztánban, Ezredes úr? Fac, repülés irányító. Pislogtam. Nagyon keresett munka, magyarázta. A facok feladata volt a légierők irányítása, a földön lévő srácok fedezése, a rajtaütések elrendelése, nem is beszélve a mentésekről, az orvosi mentésekről és a lista folytatható volt. Ez nem volt új feladat, de az újfajta hadviselésben létfontosságú volt. Miért, uram? Mert a rohadt tálibok mindenütt ott vannak. És sehol. Egyszerűen nem lehetett megtalálni őket magyarázta. A terep túl zord, túlságosan nehéz. A hegyek és a sivatagok tele voltak alagutakkal és barlangokkal, olyan volt, mintha kecskére vadászna az ember, vagy szellemekre. Madártávlatból kellett nézni. Mivel a táliboknak nem volt légi erejük, egyetlen repülőgépük sem, ez könnyű volt. Mi brittek és a jenkik birtokoltuk a levegőt. A facok segítettek nekünk, ezt az előnyt kihasználni. Tegyük fel, hogy egy őrjáratozó századnak tudnia kellett a közeli fenyegetésekről. A FAC ellenőrizte a drónokat, ellenőrizte a vadászpilótákat, ellenőrizte a helikoptereket, ellenőrizte a high-tech laptopját, és 360 fokos képet készített a csatatérről. Tegyük fel, hogy ugyanez a század hirtelen tűz alá kerül. A FAC megvizsgálta a helyzetet. Apacs, Tornádó, Mirázs, F15, F16, A10 és a helyzetnek legjobban megfelelő, vagy a legjobb rendelkezésre álló repülőgépet kirendelte, majd a gépet az ellenségre irányította. A legmodernebb Hevedert használva a facok nem egyszerűen tüzet zúdítottak az ellenség fejére, hanem tűpontos koronaként helyezték el azt az ellenségre. Aztán elmondta, hogy minden facnak lehetősége van arra, hogy felszálljon egy hókba, és megtapasztalja, milyen a levegőben lenni. Mire edezredes abba hagyta a beszédet, már csorgott a nyálam. Akkor fac, uram, mikor indulhatok? Nem olyan gyorsan. A fac egy kiváló állás volt. Mindenki ezt akarta. Úgyhogy ez nem lesz könnyű. Ráadásul ez egy összetett munka volt. A sok technológia és felelősség rengeteg képzést igényelt. Mindenek előtt, mondta, át kell esnem egy kihívásokkal teli minősítési folyamaton. Hol, uram? A A Yorkshire Dalesben? Öt. 5. Kora ősz. Kőfalak. Foltos mezők, füves lejtőkön legelésző birkák. Drámai mészkő sziklák, sziklák és sziklák. Minden irányban egy újabb gyönyörű lila láp. A táj nem volt olyan híres, mint a tóvidék nyugatra, de még mindig lélegzetelállító volt, és a brit történelem néhány nagy művészét is megihlette. Wordsworth-öt például. Sikerült elkerülnöm, hogy az iskolában elolvassam az öreg úr műveit, de most úgy gondoltam, átkozottul jó lehet, ha errefelé is eltöltött egy kis időt szentségtörésnek éreztem, hogy egy sziklán állok-e hely felett, és megpróbálom eltörölni a térképről. Persze ez csak színlelt megsemmisítés volt. Valójában nem robbantottam fel egyetlen völgyet sem. Mégis minden nap végén úgy éreztem, hogy sikerült. Tanultam a pusztítás művészetét, és az első dolog, amit megtanultam, hogy a pusztítás részben kreatív dolog. A képzelettel kezdődik. Mielőtt elpusztítasz valamit, el kell képzelned, hogy elpusztul, és én már nagyon jól tudtam elképzelni a völgyeket füstölgő pokolként. A gyakorlat minden nap ugyanaz volt: hajnali felkelés, egy pohár narancslé, egy tál zabkása, majd aztán irány a mező. Amint a napfény elöntötte a horizontot, elkezdtem beszélni egy repülőgéppel, általában egy hókkal. A repülőgép elérte az IP-jét, a kiindulási pontot 5-8 tengeri mérföldre, majd megadtam a célt és kiadtam az indítási engedélyt. A repülőgép megfordul és elindul. Átbeszélem vele az útirányt az égen, a táj felett, különböző tájékozódási pontokat használva, elalakú erdő, t-alakú gát, ezüstpajta. A tájékozódási pontok kiválasztásakor azt az utasítást kaptam, hogy kezdjem a legnagyobb tereptárgyakkal, aztán lépjek át valami közepes méretűre, majd válasszak egy kisebbet. Azt mondták, képzeljem el a világot hierarchikusan. Hierarchia, azt mondod? Azt hiszem, ezzel megbirkózom. Minden alkalommal, amikor egy tájékozódási pontot kijelöltem, a pilóta visszaszólt. Megerősítem vagy másképp, vizuálisan is látom. Ezt tetszett. Élveztem a ritmust, a költészetet, a meditatív éneklést, és mélyebb értelmet találtam a gyakorlatban. Gyakran gondoltam, ez az egész játék, nem igaz? Rávenni az embereket, hogy úgy lássák a világot, ahogy te látod, és mindezt visszaigazolják neked? Általában a pilóta alacsonyan repült, 500 láb magasan, a felkelő nap magasságában, de néha lejjebb küldtem, majd gyorsan feljebb. Ahogy hangsebességgel felém száguldott, visszahúzódott és 45 fokos szögben felfelé kilőtt. Aztán újabb utasításokat adtam. Ahogy a gép elérte a röppája csúcsát és kitekerte a szárnyait, ahogy helyzete kiegyenlítődött, és elkezdte érezni a negatív G-erőt, úgy látta a világot, ahogy én azt lefestettem neki, amikor ismét zuhanó repülésbe kezdett, majd lecsapott. Hirtelen felkiáltott. Célpont. Aztán. Tisztán kivehető célpont. Ezt megerősítettem. Tiszta célpont. Vagyis a bombái csak a levegőbe olvadó szellemek voltak. Aztán vártam és éberen figyeltem a színlelt robbanásokra. A hetek csak úgy repültek. 6. Miután kiképzett fac tiszt lettem, már csak harci tapasztalatot kellett szereznem, ami azt jelentette, hogy el kellett sajátítanom 28 különböző harci irányítást. Az irányítás alapvetően egy repülőgéppel való interakciót jelentett. Minden egyes vezérlés egy külön forgatókönyv volt, egy kis játék. Például képzelj el, hogy két repülőgép érkezik a légterébe. Jó reggelt! Így Dud01-es és Dud02-es, mi egy F15-ös pár vagyunk, két PGM-mel a fedélzeten, plusz egy GDM-mel, 90 perc játékidőnk van, és jelenleg két tengeri mérföldre keletre vagyunk az önök helyzetétől, 150-es repülési szinten, és várjuk az utasításokat. Pontosan tudnom kellett, hogy mit mondanak és hogyan válaszoljak nekik, pontosan a saját zsargonjukat használva. Sajnos egy normális gyakorló téren erre nem lettem volna képes. A normál területek, mint Salisbury Plain, túlságosan nyílt terepen voltak. Valaki meglátna és fülest adna a sajtónak, és az álcámat lelepleznék. Ott érne véget azonnal a játék. Edezredes és én úgy döntöttünk, hogy valahol távolabb kell megtanulnom az irányítást, valahol, mint Sandringham, Mindketten elmosolyodtunk, amikor ez a gondolat eszünkbe jutott. Aztán nevettünk. Az utolsó hely, ahol bárki is arra gondolna, hogy Harry Herceg harci tapasztalatot szerezzen. A nagy vidéki birtokán. Szobát foglaltam egy kis hotelben, Sandringham Nights Hill közelében. Egész életemben ismertem a helyet, milliószor elmentem mellette, amikor karácsonykor mindig meglátogattuk a nagyit, a testőreink ott aludtak. Standard szoba, száz font. Nyaranta Night Hill tele volt madár megfigyelőkkel, esküvői partikkal, de most ősszel üres volt. A magány izgalmas volt és teljes lett volna, ha nincs az a gyanakvó idős a szállodához tartozó kocsmában. Minden alkalommal, amikor elhaladtam mellette, lesütött szemmel figyelt. Egyedül, szinte névtelenül, létezésem egyetlen érdekes feladatra szűkült, delíriumban voltam. Próbáltam ezt nem mondani Chelsea-nek, amikor esténként felhívtam, de ez az a fajta boldogság volt, amit nehéz elrejteni bárki elől is. Emlékszem egy hosszú nehéz beszélgetésünkre. Mi csináltunk, hova tartottunk. Tudta, hogy törődöm vele, úgy érezte, hogy nincs önálló élete, nem látható. Eri, nem vagyok látható a világ számára. Tudta, hogy mennyire elszánt voltam, hogy háborúba menjek. Hogy ne tudta volna megbocsátani, hogy egy kicsit távolságtartó voltam? Meglepődtem. Elmagyaráztam neki, hogy ez az, amit meg kell tennem, amit egész életemben meg akartam tenni, és teljes szívemből és lelkemből meg kell tennem. Ha ez azt jelentette, hogy kevesebb szív és lélek marad bármi, vagy bárki más számára, Nos, akkor sajnálom. Hét Apa tudta, hogy Night's hill élek, tudta, hogy mivel foglalkozom. Ő éppen az útja végén volt, sandringham egy hosszabb látogatáson, és mégsem ugrott be hozzám egy ideig. Gondolom, teret akart nekem adni azzal, hogy nem zavar meg. Ráadásul még mindig a nagyon friss házas korszakában volt, még akkor is, ha az esküvője már több mint két évvel korábban köttetett. Aztán egy nap felnézett az égre, és látta, hogy egy Typhoon repülőgép alacsonyan repül a partfal mentén, és arra gondolt, hogy biztos én vagyok az. Beült az Audiába, és oda sietett. A mocsárban talált rám, egy kvadon ültem, miközben a néhány mérfölddel arébb repülőt Typhoonnal beszélgettem amíg vártam, hogy a tájfun megjelenjen a fejem felett az égbolton, gyorsan elbeszélgettünk apával. Azt mondta, látja, milyen jól megy nekem ez az új munka. Mindenek előtt látta, hogy milyen keményen dolgozom, és ez nagyon tetszett neki. Apa mindig is munkamániás volt. Hitt a munkában. Mindenkinek dolgoznia kell, mondta gyakran. De a saját munkája egyfajta vallás is volt számára, mert őrjönve próbálta megmenteni a bolygót. Évtizedek óta küzdött azért, hogy felhívja az emberek figyelmét az éghajlatváltozásra, és soha nem lankadt, annak ellenére, hogy a sajtó mindig kegyetlenül kigúnyolta. Számtalanszor késő este Vilivel az íróasztalánál találtuk őt, kitömött kék pústazsákok hegyei között, a levelezései között. Nem egyszer találtunk rá arccal az íróasztalra borulva, mélyen aludt. Megráztuk a vállát, mire ő felpattant, és láttuk, ahogy egy papír a homlokára tapadt. De a munka fontossága mellett a repülés varázsában is hitt. Elvégre helikopterpilóta volt, ezért különösen szerette nézni, ahogy ezeket a sugárhajtású gépeket istentelen sebességgel irányítom a mocsaras síkságok felett. Említettem, hogy Wolferton jó polgárai nem osztották a lelkesedését? Egy tízezer kilós sugárhajtású repülőgép, amely épp a cseréptetők fölött zúgott el, nem igazán okozott örömúlyongást a lakosoknál. A Ref Merhen több tucatnyi panaszt kapott. Sandringham állítólag repüléstilalmi zóna volt. Minden panaszosnak megmondták. Ilyen a háború. Imádtam apával lenni. Szerettem érezni a büszkeségét, és feldobott a dicsérete, de vissza kellett mennem dolgozni. Az irányítás közepén voltam, nem tudtam szólni a tájfunnak, hogy tartson ki egy pillanatra. Igen, igen, drága fiam, vissza a munkához. Elhajtott. Ahogy ment lefelé a pályán, mondtam a tájfunnak, új célpont, szürke Audi, délkeletre tart a pozíciómtól, egy nagy ezüst pajta felé, kelet-nyugati irányban. A tájfon követte apát, és alacsonyan átrepült fölötte, majdnem betörve az Audi ablakait. De végül megkímélte. A parancsomra. Aztán egy ezüst is robbantott darabokra. 8. Anglia a 2007-es rögbi világbajnokság elődöntőjében szerepelt. Ezt senki sem gondolta volna előtte. Senki sem hitte, hogy Anglia ezúttal jó lesz, és most a győzelem küszöbén állt. Brittek millióit ragadta el a rögbiláz, köztük engem is. Így amikor meghívtak az októberi elődöntőre, nem haboztam. Azonnal igent mondtam. Bónusz. Az elődöntőt abban az évben Párizsban rendezték, egy olyan városban, ahol még sohasem jártam. A világbajnokság igazgatósága biztosított nekem egy autót sofőrrel, és a fényvárosában töltött első éjszakámon megkérdeztem tőle, hogy ismerje az alagutat, ahol anyám... A visszapillantóból figyeltem a szemét, ahogy egyre nagyobb lett. Ír volt, kedves, nyílt arcú, és könnyen ki tudtam venni a gondolatait. Mi a fene? Nem erre jelentkeztem. Az alagút neve Pondlalma mondtam neki. Igen, igen, ő tudta. Át akarok menni rajta. Át akar menni az alagúton? 65 mérföld per órával, hogy pontos legyek. 65? Igen. A rendőrség szerint Mami autója pontosan ezzel a sebességgel hajtott a baleset idején, nem 120 mérföld per órával, ahogy a sajtó eredetileg lehozta. A sofőr átnézett az anyósülésre, Billy a szikla komolyan bólintott. Csináljuk meg. Billy hozzátette, hogy ha a sofőr valaha is elárulja egy másik embernek, hogy mi kértük meg erre, megtaláljuk és pokolian nagy bajban lesz akkor. A sofőr ünnepélyesen bólintott. Elindultunk, kanyarogtunk a forgalomban, elhaladtunk a ric mellett, ahol anyu azon az augusztusi éjszakán utoljára vacsorázott a barátjával. Aztán az alagút torkolatához értünk. Száguldottunk előre, átmentünk az alagút bejáratánál lévő peremen, azon a bukkanón, amely állítólag letérítette a pályáról Mami Mercedesét. De a perem nem volt semmi, alig éreztük. Ahogy az autó belépett az alagútba, előrehajoltam, néztem, ahogy a fény vizes narancsárgára változik, néztem, ahogy a betonoszlopok elhaladnak mellettünk. Számoltam őket, számoltam a szívverésemet, és néhány másodperc múlva kiléptünk a túloldalon. Hátradőltem, halkan azt mondtam: Ez minden, ez semmi, csak egy egyenes alagút. Az alagútat mindig is valami alattomos, eredendően veszélyes átjárónak képzeltem, pedig csak egy rövid, egyszerű, sallagmentes alagút volt. Semmi okot sem láttam, hogy itt bárki is meghalljon benne. A sofőr és Billy a szikla nem válaszolt. Kinéztem az ablakon. Megint. A sofőr rám merett a visszapillantóból. Megint? Igen, kérem. Újra átmentünk. Elég volt, köszönöm. Nagyon rossz ötlet volt. 23 évem alatt rengeteg rossz ötletem volt, de ez a mostani egyedülállóan rosszul volt kitalálva. Azt mondtam magamnak, hogy le akarom zárni, de valójában nem akartam. Mélyenleg belül azt reméltem, hogy azt fogom érezni abban az alagútban, amit akkor éreztem, amikor GLP átadta nekem a rendőrségi aktákat. Hitetlenséget, kétséget. Ehelyett az volt az az éjszaka, amikor minden kétségem elszállt. Meghalt, gondoltam. Istenem, tényleg végleg meghalt. Megkaptam a lezárást, amit színleltem, hogy keresek és most már soha nem fogok tudni megszabadulni tőle. Azt hittem, hogy az alagúton való áthajtásunk véget vett majd, vagy rövid időre megszünteti a fájdalmam, az évtizedes, könyörtelen fájdalmam. Ehelyett a fájdalom még erősebb lett bennem. Hajnali egy óra felé járt az idő. A sofőr kitett engem és Bilit egy bárnál, ahol ittam és ittam. Néhány haverom is ott volt, és én velük is ittam, majd többekkel összeszólalkoztam. Amikor a kocsma személyzete végül kitessékelt minket, amikor Billy a szikla visszakísért a szállodába, vele is kötözködtem, rámordultam, rángattam, megütöttem a fejét. Alig reagált, csak a homlokát ráncolta, mint egy rendkívül türelmes szülő. Újra megütöttem. Szerettem őt, de elhatároztam, hogy bántani fogom. Már látott engem ilyennek korábban is. Egyszer, talán kétszer. Hallottam, hogy azt mondta egy másik testőrnek. Ma este nagyon nehéz eset. Billy és a másik testőr valahogy felcipeltek a szobámba, és az ágyamra borítottak. De miután elmentek, újra felpattantam. Körülnéztem a szobában. A nap épp csak feljött. Kiléptem a folyosóra. Az ajtó melletti széken egy testőr ült, de mélyen aludt. Lábújhegyen elhaladtam mellette, beszálltam a liftbe és elhagytam a szállodát. Életem összes szabálya közül ezt tartottam a legérinthetetlenebbnek. Soha ne hagyd el a testőreidet, soha ne kóborolj el egyedül, sehol, de különösen ne egy idegen városban. A szajna mentén sétáltam. A sanzelizét néztem hunyorogva a távolban. Egy hatalmas óriás kerék mellett álltam. Elhaladtam kis könyves bódék mellett, kávézó, kroaszan tevő emberek mellett. Dohányoztam, a tekintetem fókuszálatlanul járt ide-oda. Halványan emlékszem, hogy néhány ember talán felismert és megbámult, de szerencsére ez még az okostelefonok kora előtt volt. Senki sem állított meg, hogy fényképet készítse rólam. Később, miután aludtam egyet, felhívtam Willit, és elmeséltem neki az éjszakámat. Semmi sem volt újdonság számára. Kiderült, hogy már ő is végigment az alagúton. Párizsba jött a rögbi döntőre. Úgy döntöttünk, hogy együtt megyünk el a nagy eseményre. Utána először beszéltünk a balesetről. Beszéltünk a nemrég lezárult vizsgálatról. Mindketten egyet értettünk abban, hogy ez egy vicc. A végső írásbeli jelentés sértő volt. Fantáziadús, tele alapvető ténybeli tévedésekkel és tátongó logikai lyukakkal. Több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt. Ennyi év után, mondtuk, és ennyi pénz után, hogyan? Mindenek előtt az összefoglaló következtetés volt felháborító, mi szerint mami sofőrje ittas volt, és így ő volt a baleset egyedüli okozója. Ez egy kényelmes és abszurd lezárás volt. Még ha a férfi ivott is, még ha szaros is volt, akkor sem okozott volna gondot neki navigálni abban a rövid alagútban, ha csak nem üldözték és vakították meg a lesifotósok. Miért nem vádolták azokat a paparazzikat? Miért nem kerültek börtönbe? Ki küldte őket utánuk? És miért nem kerültek börtönbe? Miért is, ha csak nem a korrupció és az eltusolás volt napirenden? Egyetértettünk ezekben a kérdésekben és a következő lépésekben is. Nyilatkozatot adnánk ki, közösen követelnénk a vizsgálat újraindítását, esetleg sajtótájékoztatót tartanánk. De erre sohasem került sor, mert a hatalom megtiltotta ezt nekünk. 9. Egy hónappal később elmentem a Ralph Breeze Nortonba, és felszálltam egy C-17-esre. A gépen tucatnyi más katona volt, de én voltam az egyetlen potyautas. Edezredes és GLP segítségével titokban szálltam fel, majd belopóztam a pilóta fülke mögötti kabinba. Az alkóvban emeletes ágyak voltak a személyzet számára az éjszakai járatokon. Ahogy a nagy hajtóművek beindultak, ahogy a gép végig robogott a kifutópályán, lefeküdtem az alsó ágyra, a kis háti zsákomat párnának használva. Valahol lent a raktérben, a bergenem, szépen be volt pakolva három pár terepszínű nadrággal, három tiszta pólóval, egy pár védőszemüveggel, egy légpárnával, egy kis jegyzetfüzettel, egy tubus napteljel. Úgy éreztem, ez több, mint elég. Őszintén mondhatom, hogy semmi olyat nem hagytam hátra, amire az életben szükségem volt, vagy amire vágytam, kivéve anyu néhány ékszerét, a hajfürtjét a kis kék dobozban, és a róla készült ezüstkeretes keretes fényképet, amely ítomban az asztalomon volt, és amelyet biztonságos helyre rejtettem, és persze a fegyvereimet. A 9 mm esemet és az SA 80 at átadtam egy szigorú arcú hivatalnoknak, aki egy acéldobozba zárta őket, amely szintén a raktérbe került. A legélesebben éreztem a hiányukat, mivel életemben először, leszámítva azt az ingatag reggeli párizsi sétát, fegyveres testőrök nélkül készültem nekivágni a nagyvilágnak. A repülés örökké való volt. Hét óra? Kilenc? Nem tudom megmondani. Úgy éreztem, mintha egy hét lett volna. Próbáltam aludni, de túlságosan tele volt a fejem. Az idő nagy részét bámészkodással töltöttem. A felső ágyat bámultam, a lábamat, hallgattam a motorokat, hallgattam a többi katonát a fedélzeten, újra játszottam az életemet, apára és vilére gondoltam, és chelsea -re. Az újságok azt írták, hogy szakítottunk. Az egyik főcím, Hurrá, Harry dobott. A távolság, az eltérő életcélok túl sok volt. Elég nehéz volt egy kapcsolatot fenntartani ugyanabban az országban, de mivel én háborúba mentem, ez egyszerűen nem tűnt megvalósíthatónak. Persze ebből semmi sem volt igaz. Nem szakítottunk. Megható, gyengét búcsút vett tőlem, és megígérte, hogy várni fog rám. Ezért tudta, hogy figyelmen kívül kell hagynia az összes többi újsághírt arról, hogyan reagáltam a szakításra. Állítólag kocsmázni mentem, és benyomtam néhány tucat vodkát, mielőtt betántorogtam egy várakozó autóba. Az egyik újság megkérdezte egy nemrég elesett katona édesanyját, hogy mit szólt ahhoz, hogy nyilvánosan részek voltam. Felháborítónak tartotta: Ha meghalok Afganisztánban, gondoltam, legalább soha többé nem kell látnom egy hamis szalagcímet, nem kell olvasnom egy újabb szégyenletes hazugságot magamról. Sokat gondolkodtam azon a repülőn a haláról. Mit jelentene az? érdekelne -e engem? Próbáltam elképzelni a temetésemet. Állami temetés lenne? Privát? Próbáltam elképzelni a szalagcímeket. Viszlát, Harry? Hogyan emlékezne rám a történelem? A szalagcímek alapján? Vagy azért, aki valójában voltam? Vili a koporsom mögött sétálna. Nagyapa és apa. Mielőtt elhajóztam volna, GLP leültetett és azt mondta, hogy frissítenem kell a végrendeletemet. A végrendeletemet? Tényleg? Ha bármi történne, mondta. A palotának tudnia kell, hogy mit akarok tenni a kevéske holmimmal, és hogy hová akarom, hogy eltemessenek. Olyan egyszerűen, olyan nyugodtan kérdezte, mintha az ember megkérdezne valakit, hogy hol szeretne ebédelni de ő ebben volt rendkívül tehetséges. Az igazság az igazság volt. Nem volt értelme elhajolni előle. Elfordítottam a tekintetem. Nem igazán tudtam elképzelni olyan helyet, ahol a túlvilágot szeretném eltölteni. Nem jutott eszembe egyetlen hely sem, amit szentnek éreztem volna, kivéve talán altrófot, de az szóba sem jöhetett. Így hát azt mondtam, Frogmore Gardens. Gyönyörű volt, és kissé távol a dolgoktól. Békés. GLP bólintott. Ő majd gondoskodik róla. E gondolatok és visszaemlékezések közepette sikerült néhány percre elbóbiskolnom, és amikor kinyitottam a szemem, épp a kandahári repülőtérre érkeztünk. Ideje felvenni a páncélzatot, ideje felvenni a kevlárt. Megvártam, hogy a többiek leszálljanak, aztán néhány fickó jelent meg a különleges alakulattól az alkóvban. Visszavették a fegyvereimet, és átadtak egy fiola morfiumot, hogy mindig legyen nálam. Most egy olyan helyen voltunk, ahol a fájdalom, a sérülések, a traumák mindennaposak voltak. Lerohantunk a repülőgépről egy 4 négyes 4 terepjáróba, amelynek ablakai besötétítettek, és az ülések porosak voltak. A bázis egy másik részébe hajtottunk, majd egy portakabimba siettünk. Üres, egy lélek sem volt ott. Hol van mindenki? A pokolba is. A béke már akkor kihirdetése került, amikor én még a levegőben voltam. Nem, az egész bázis küldetésem volt. Körülnéztem. Úgy tűnt, hogy étkezés közepén távoztak. Az asztalokat félig üres pizzás dobozok borították. Próbáltam visszaemlékezni, mit tettem a repülőn. Semmi. Elkezdtem hideg pizzát tömni a számba. Letettem a színházi tesztet, egy utolsó akadálya belépéshez, egy utolsó intézkedés, hogy bebizonyítsam, tudom, hogyan kell végezni a munkámat. Nem sokkal később beültem egy csinukba, és ötven mérföldet repültem egy sokkal kisebb előőrsre, a Dwyer előre tolt támaszpontra. Hosszú, nehézkes név egy olyan helynek, ami alig volt több, mint egy homokzsákokból épített homokvár. Egy homokba burkolódzott katona fogadott, aki azt mondta, hogy parancsot kapott, hogy vezessen körbe. Üdvözöljük Dwyerben! Köszönöm! Megkérdeztem, honnan kapta a hely a nevét. Az egyik srácunk, Kája, a járműaknára futott. A gyors túra során kiderült, hogy Vájer még spártaibb, mint ami ennek a csinukból látszott. Nincs fűtés, kevés fény, kevés víz. Volt vízvezeték, de a csövek általában eldugultak vagy befagytak. Volt egy épület is, amely állítólag zuhanyzóként funkcionált, de azt a tanácsot kaptam, csak saját felelősségedre használd. Alapvetően az idegen vezetőm azt mondta nekem, hogy csak mondjak le a tisztaságról. Inkább arra koncentrálj, hogy melegen maradj. Ilyen hideg van itt? Vigyorgott. Dwyer körülbelül ötven katonának adott otthont, főleg tüzérségnek és a királyi lovasságnak. Kettesével, hármasával találkoztam velük. Mindegyikük homokos hajú volt, ami alatt azt értem, hogy a hajuk homoktól volt matt. Az arcuk, a nyakuk és a szemhéjuk szintén csupa homokos volt úgy néztek ki, mint a sütés előtt megmorzolt halfilék. Egy órán belül én is így néztem ki. Dwyerben mindenki és minden csupa homok volt, vagy homokkal volt megszórva, vagy homokszínűre volt festve. És a homokszínű sátrakon, homokzsákokon és homokfalakon túl egy végtelen homoktenger volt. Finom homok, mint a hintőpor. A fiúk a nap nagy részét azzal töltötték, hogy a homokot bámulták. Így hát miután befejeztem a túrámat, megkaptam a pricsemet és egy kis kaját én is. Azt mondtuk magunknak, hogy az ellenséget keressük, és azt hiszem így is volt, de nem lehetett úgy bámulni azt a sok homok szemet, hogy ne gondoljunk az örökké valóságra is. Az a sok mozgó, kavargó homok éreztet, hogy mond valamit a kozmoszban elfoglalt aprócska helyedről. Hamu a hamuhoz, homok a homokhoz még amikor visszavonultam, letelepettem a fémágyamra, és elaludtam, akkor is a homok járt az eszemben. Hallottam, ahogy odakint csuttogva beszélget önmagával. Éreztem egy szemcsét a nyelvemen, a szemgolyómon. Álmodtam róla, és amikor felébredtem, egy kanálnyi volt a számban. 10. Dwyer közepén egy magasra törő oszlop állt, egyfajta rögtönzött Nelson távolságjelző oszlop. Több tucatnyi nyíl volt rászegezve, minden irányba mutattak, mindegyikre egy-egy helyneve volt felfestve, amelyet valamelyik Dwyeri katona otthonának nevezett. Sydney, Ausztrália, 7223 mérföld. Glasgow, 3654 mérföld. Bridgewater Somerset, 3610 mérföld. Aznap reggel, amikor elsétáltam a távolságjelző oszlop mellett, eszembe jutott egy gondolat. Talán oda kellene írnom a saját otthonom. Clarence House, 3456 mérföld. Ezen jót nevettem. De nem. Ahogy egyikünk sem akarta felhívni magára a tálibok figyelmét, úgy én sem akartam felhívni magamra az osztaktársaim figyelmét. A fő célom az volt, hogy elvegyüljek köztük. Az egyik nyíl az ágyuk felé mutatott, két hatalmas 105 mm-es ágyú a nem működő zuhanyzó hátsó részében. Dwyer majdnem minden nap, naponta többször is elsütötte ezeket a nagy ágyukat, hatalmas lövedékeket lövöldözött füstös parabolában a tálibálások felé. Az ajtól megállt a vér benned, és megsült az agyad egy nap legalább százszor lőttek. Tudtam, hogy életem végéig hallani fogom ennek a hangnak a dörrenéseit, örökké visszhangozni fognak lényem egy részében. Azt sem felejtem el soha, amikor a fegyverek végre elhallgattak, azt az iszonyú mérhetetlen csendet nem lehet elfelejteni. 11. Dwyer műveleti szobája egy sivatagi álcázóba burkolt doboz volt. A padló vastag, fekete műanyagból készült, egymásba illesztett darabokból, mint egy kirakós játék. Furcsa hangot adott ki, amikor végigmentél rajta. A szoba, sőt az egész tábor középpontja a főfal volt, amelyen Helmand tartomány óriási térképe volt látható, a harccsoport egységeit jelképező gombos tükkel, Sárga, narancsárga, zöld, kék. Bexter lovassági tizedes fogadott. Idősebb nálam, de az én színem. Váltottunk néhány fanyar poént, egy bűnbánó mosolyt, a vörös fejű szövetségének önkéntelen tagságáról, valamint a kopasz testvériségről, mert hozzám hasonlóan Bexter is gyorsan veszített fedezékéből a fejcsúcsán. Megkérdeztem, honnan jött. Antrim megyéből. Ér mi? Igen, persze. A lájtos akcentus arra engedett következtetni, hogy lehet, hogy megviccelhetem. Keményen megdorgáltam az írekkel kapcsolatban, mire ő nevetve viszonozta a tüzet, de kék szemei bizonytalannak tűntek. A fenébe. Egy herceget is kiakasztottam. Munkához láttunk. Megmutatott nekem néhány rádiót, amelyek a térkép alatt egy asztal mentén voltak egymásra pakolva. Megmutatta a rover terminálját, egy pufó kis laptopot, amelynek oldalára iránytűpontok voltak stencilezve. Ezek a rádiók a füleid, a rover a szemed. Rajtuk keresztül készítettem képet a csatatérről, aztán megpróbáltam irányítani, hogy mi történik benne és fölötte. Bizonyos értelemben nem különböznék a hétrói légiforgalmi irányítóktól, a repülőgépek ide-oda irányításával tölteném az időmet. De gyakran a munka nem is lenne ennyire elbűvölő. Biztonsági őr lennék, aki komoran figyelné több tucatnyi kamera képét, amelyeket a felderítő repülőgépektől kezdve a drónokig mindenre felszereltek. Az egyetlen harc, amit vívnék, az az alvás utáni vágy ellen lenne. Ugorjon be! Foglaljon helyet, Velsz hadnagy. Megköszörültem a torkomat és leültem. Néztem a rúvert és figyeltem. Percek teltek el, felhangosítottam a rádiót, halkítottam. Baxter kuncogott. Ez a munkája. Isten hozott a háborúban. 12. A rover alternatív nevet kapott, mert a hadseregben mindennek kellett egy alternatív név. Kill TV. Mint például, mi csinálsz? Csak nézek egy kis Kill TV-t. A névnek ironikusnak kellett lennie, gondoltam. Vagy csak egy nyilvánvalóan hamis elképzelés volt, mert az egyetlen dolog, amit megöltek itt, az az idő volt. Egy elhagyatott tábort figyeltél meg, amit állítólag azelőtt a tálibok használtak semmi sem történt. Megvizsgáltál egy alagútrendszert, amit feltételezhetően az előtt a tálibok használtak. Semmi sem történt. Figyelted a homokdűnéket, és az azok mögött húzódó homokdűnéket. Ha van valami unalmasabb, mint a festék száradását nézni, az a sivatag figyelése, a sivatag mozdulatlan. Csodálkoztam, hogy Baxter nem őrült bele ebbe. Ezért megkérdeztem, hogy lehet ezt kibírni. Azt mondta, hogy az órákig tartó semmit tevés után mindig történik valami. A lényeg, hogy mindig ébernek kell maradni. Ha a Kill TV unalmas volt, akkor a Kill Rádió őrültség volt. A pult mellett lévő összes kézi beszélő folyamatosan zagyvált valamit, egy tucatnyi akcentust hallhattunk, brit, amerikai, holland, francia, nem is beszélve a különböző egyéb nemzetekről próbáltam összevetni az akcentusokat a hívójelekkel. Az amerikai pilóták voltak a Dude, a holland pilóták Rammit voltak, a franciák Mirage vagy Rage voltak, a britek Vapor voltak, az apac helikoptereket Aglinak hívták. Az én személyes hívójelem a Windows 67 volt. Baxter azt mondta, hogy fogjam a kagylót és köszönjek be. Mutatkozz be! Amikor megtettem, a hangok mind felélénkültek, és nekem beszéltek vissza. Olyanok voltak, mint a madárfiókák, akik etetést követeltek. A táplálékuk az információ volt. Ki vagy te? Mi történik odalent? Hová megyek? Az információ mellett leggyakrabban engedét kértek, hogy beléphessenek a légtérbe, vagy elhagyhassák azt. A szabályok megtiltották a pilótáknak, hogy átrepüljenek felettünk anélkül, hogy megbizonyosodtak volna előtte arról, hogy biztonságos a terület, hogy nem dúl harca közelben, hogy Dwyer nem lövi le őket a nehéz fegyvereivel. Más szóval ez egy forró roz, azaz korlátozott működési zóna volt, forró vagy hideg zóna. A háborúban mindenek körül a bináris kérdés körül forgott. Ellenségeskedés, időjárás, víz, élelem, meleg vagy hideg? Szerettem ezt a szerepet a róz őrzőjeként. Tetszett az ötlet, hogy szorosan együtt dolgozhattam a legjobb fegyveresekkel, hogy én lehettem a szeme és a füle ezeknek a magasan képzett férfiaknak és nőknek, én voltam az utolsó kapcsolatuk a szárazfölddel, az alfájuk és az omegájuk. Én voltam számukra a föld. A tőlem való függésük azonnali szoros köteléket teremtett közöttünk. Furcsa érzelmek áramlottak, furcsa intimitások alakultak ki. – Szia, Windows 6 -7. Szia, dude! – Hogy telik a napod? – Eddig csendes, dude! Azonnal bajtársak lettünk, érezni lehetett a kötődést. Miután bejelentkeztek nálam, áttattam őket a faknak, a Gármszírban, egy közeli folyó melletti kisvároskában. városkában. Köszönöm, Windows 6 -7. Jó éjszakát! Vettem haver, vigyázz magadra! 13. Miután megkapta az engedélyt a légtér keresztezésére, a pilóta nem mindig egyenesen repült át fölöttünk, sokszor oldalirányban is néha sürgős volt számára, hogy tájékoztassuk a kialakult harci helyzetről. Minden másodperc számított. Élet és halál volt a kezemben. Nyugodtan ültem egy íróasztalnál, kezemben egy szénsavas üdítővel és egy tollal. Ó! egy tollal. Hűha! Miközben egy akció kellős közepén voltam. Felemelő érzés volt teljesíteni azt, amire felkészítettek, de egyben félelmetes is. Nem sokkal az érkezésem előtt egy fac elrontott egy számot, amikor egy amerikai F-15-ösnek olvasta fel a földrajzi koordinátákat, az eredmény egy tévesen kioldott bomba lett, amely az ellenség helyett a brit erőkre zuhant le. Baráti tűz. Három katona meghalt, kettő szörnyű csonkolást szenvedett el, tehát minden szónak és számnak, amit kimondtam, következményei voltak. Mi támogatást nyújtottunk. Ezt a kifejezést használták állandóan, de rájöttem, hogy ez mennyire eufemisztikus. Nem kevésbé, mint a pilóták, néha a halált szállítottuk, és amikor a haláról volt szó, még inkább, mint az életről, pontosnak kellett lennünk. Bevallom, boldog voltam. Ez fontos munka volt, hazafias munka. A Dillsben, Sandrinkenben és egészen gyerekkoromig visszamenőleg a begyakorolt képességeimet kellett használnom, még a Balmoralban szerzetteket is. Brit katona voltam, végre egy csatatéren, egy olyan szerepben, amelyre egész életemben készültem. Windows 67 seven voltam. Rengeteg becenevem volt már életemben, de ez volt az első becenév, amit inkább álnévnek éreztem. Tényleg és igazán el tudtam mögé bújni. Most először voltam csak egy név, egy véletlen név és egy véletlen szám. Nem volt címem, nem volt testőröm. Más emberek is így érzik magukat minden nap. Élveztem a normalitást, lubickoltam benne, és azon is elgondolkodtam, milyen messzire kellett utaznom, hogy megtaláljam. Közép-Afganisztán, a tél közepén, az éjszaka közepén, egy háború kellős közepén, mindeközben egy emberrel beszélek ezer méterrel a fejem fölött. Mennyire abnormális az életed, ha ez az első hely, ahol normálisnak érzed magad? Minden akció után jött egy kis szünet, amit néha nehezebb volt lelkileg feldolgozni. Az unalom volt a legfőbb ellenségünk, és úgy küzdöttünk ellene, hogy rögbiztünk, a labdánk egy kitömött, összeragasztó szallagozott wc guriga volt, vagy helyben kocogtunk. Ezer fekvő támaszt is csináltunk, és kezdetleges súlyemelő eszközöket építettünk, fadobozokat ragasztottunk fémrudakra, bogzsákokat készítettünk zsákokból, könyveket olvastunk, maratoni sakmetseket szerveztünk, aludtunk, mint a macskák. Felnőtt férfiakat láttam, akik akár napi tizenkét órát is ágyban töltöttek. Ettünk és ettünk. Dwyernek teljesen önellátó konyhája volt. Tészta, chips, bab. Hetente harminc percet kaptunk a műholdas telefonon. A telefonkártyát paradigmának nevezték, és a hátulján volt egy kód, amit beütöttél a billentyűzetbe. Aztán egy robot, egy kedves hangú nő mondta, hogy hány percünk van még hátra. A következő dolog, amire emlékszem. Spike, te vagy az? Chelsea. A régi életed bejelentkezett. Ettől a hangtól mindig elakadt a lélegzetem. Az otthonra gondolni sosem volt könnyű, összetett okok miatt. Az otthont hallani egy szúrás volt a melkasomba. Ha nem chelsea hívtam, akkor apát hívtam. Hogy vagy, drága fiam? Nem rosszul, tudod. De megkért, hogy inkább írjak, mint hogy hívjam. Szerette a leveleimet. Azt mondta, sokkal jobban szereti a leveleket. 14. Néha aggódtam, hogy valójában lemaradok az igazi háborúról. Talán a háború váró termében ülök. Attól tartottam, hogy az igazi háború a völgyben zajlik, Láttam a sűrű füstfelhőket, a robbanások füstfelhőit, főleg gármszírban és környékén. Ez a hely óriási stratégiai jelentőséggel bír. Kritikus kapu, folyami kikötő, amelyen keresztül az utánpótlás, különösen a fegyverek a tálibokhoz áramlottak. Továbbá az új harcosok belépési pontja is volt. Kaptak egy AK-47-est, egy maréknyi töltényt, és azt mondták nekik, hogy induljanak felénk az árkok labirintusán keresztül. Ez volt a beavatási szertartásuk, amit a tálibok csak vérengzésnek neveztek. Szendi és Tigy a táliboknak dolgoztak. Ez gyakran megtörtént. Egy táli felbukkant, ránk lőtt, mi pedig húszszoros erővel viszonoztuk a tüzet. Bármelyik táli aki túlélte ezt a sortüzet, előléptették, elküldték harcolni, és meghalni valamelyik nagyobb városba, például Geresbe vagy Laskárgahba, amit egyesek Las Vegasnak hívtak. A legtöbb újonc azonban nem élte túl a beavatást. A tálibok az elesett harcosaik testét ott hagyták elrohadni a napon. Láttam, ahogy éhes, farkas méretű kutyák sok halott újonc testéből falatoztak. Lerágták a húsukat a csontjaikról. Könyörögni kezdtem a parancsnokaimnak. Vigyenek ki innen. Néhány srác ugyanígy könyörgött, de ők másokok miatt. Könyörögtem, hogy közelebb mehessek a fronthoz. Küldjenek Gármsírba. Végül 2007 karácsony estéjén jóvá a kérésemet. Egy távozó facot kellett helyettesítenem a Delhi előretolt műveleti bázison, amely egy elhagyott gármisi épületben volt. Kis kavicsos udvar hullámos bádok tetővel. Valaki azt mondta, hogy az épület egy mezőgazdasági egyetem volt, valaki más azt mondta, hogy Madrasza, azaz egy sima iskola volt. Egyelőre azonban a brit nemzetközösség része volt, és az új otthonom. Egy gurka századnak is otthont adott. A gurkákat Nepából, a Himalája lábánál fekvő, legeldugottabb falvakból toborozták, és az elmúlt két évszázad minden brit háborújában harcoltak és mindegyikben kitüntették magukat. Tigris módjára harcoltak, soha nem adták fel, és ennek eredményeként különleges helyet foglaltak el a brit hadseregben és az én szívemben is. Gyermekkorom óta hallottam a gurkákról, az egyik első egyenruha, amit valaha viseltem, egy gurka egyenruha volt. Szent Hörzben a gurkák mindig az ellenséget játszották a hadgyakorlatokon, ami kicsit nevetségesnek tűnt, mert amúgy mindenki imádta őket. A gyakorlatok után egy gurka mindig oda jött hozzám, és megkínált egy csésze forró csokoládéval. Ünnepélyes tiszteletet tanúsítottak a királyi család iránt. A király az ő szemükben isteni leszármazott volt. A saját királyukról úgy hitték, hogy a reinkarnálódott hinduisten Visnu. Egy herceg tehát nem állt messze tőlük. Ezt már gyerekkoromban is éreztem, de most újra éreztem. Ahogy Delhiben sétáltam, a gurkák mind meghajoltak. Szábnak szólítottak. Igen, száb, nem száb. Könyörögtem, ne csináld. Én csak Velszad nagy vagyok. Windows six vagyok. Nevettek. Semmi esély, száb. Ámukban sem jutott volna eszükbe, hogy egyedül engedjenek bárhová is. Királyi személyemnek királyi kíséretre volt szüksége. Gyakran előfordult, hogy a kantin vagy a WC felé tartottam, és írtelen egy árnyékra lettem figyelmes a jobb oldalamon, aztán egy másikra a bal oldalamon. Hello, száb! Kínos volt, bár megható. Imádtam őket, akár a helyi afgánok, akik sok csirkét és kecskét adtak el a gurkáknak, és még receptekről is viccelődtek velük. A hadsereg sokat beszélt az afgán szívek és elmék megnyeréséről, vagyis a helyiek demokráciára és szabadságra való tanításáról, de úgy tűnt, hogy csak a gurkák tették ezt meg. Amikor éppen nem kísértek, a gurkák a hizlalásomra törekedtek. Az étel volt a szeretet nyelvük. És bár mindegyik gurka ötcsillagos szakácsnak tartotta magát, mindannyiuknak ugyanaz volt a specialitása. Kecske, körri. Emlékszem, egy nap hallottam a rotorokat a fejem felett. Felnéztem, a bázison mindenki felnézett. Egy helikopter lassan ereszkedett lefelé, és a helikopter talpáról lógott, hálóba csavarva egy kecske. Karácsonyi ajándék a gurkáknak. A helikopter nagy porfelhővel ért földet. Egy férfi ugrott ki belőle, kopasz, szőke, egy brittiszt képe jelent meg előttem. Homályosan ismerős volt számomra. Ismerem ezt a fickót, mondtam hangosan. Csettintettem az ujjammal. Ez a jó öreg Biven. Pár éve apának dolgozott. Egyik télen még Gardedám is volt nálunk Klosterben. Emlékeztem rá, hogy Barbour jackie síelt olyan jellegzetesen arisztokratikusan. Most úgy tűnik, ő volt a dandár parancsnok kettes számú embere. Így a parancsnok nevében kecskéket szállított a szeretett gurkáknak. Megdöbbentem, hogy összefutottam vele, de ő csak enyhén lepődött meg, vagy érdeklődött irántam. Túlságosan el volt foglalva a kecskékkel. Azon kívül, amelyik a hálóban volt, az egész repülés alatt egy másikat a térdei közé szorított, és most ezt a kis fickót pórázón vezette, mint egy kukkerspánielt egy gurkához. Szegény Biven, láttam mennyire kötődött ahhoz a kecskéhez, mennyire nem volt felkészülve arra, ami következik. A gurka elővette a kukriát, és pillanatok alatt lenyisszantotta a kecskefejét. A barna szakállas kecskearc úgy hullott a földre, mint az egyik szalagos WC-papír, amit rögbilabdának használtunk. A gurka aztán szépen, szakszerűen összegyűjtötte a vért egy tálba. Semmi sem veszhetett kárba. Ami a második kecskét illeti, a gurka átnyújtotta nekem a kukrit, és megkérdezte, hogy szeretném-e én elvégezni a feladatot. Otthon több kukrim is volt. Gurkáktól kaptam ajándékba. Tudtam, hogyan kell bánni vele. De nem, mondtam, nem, köszönöm, nem itt, nem most. Nem voltam benne biztos, hogy miért mondtam nemet. Talán azért, mert elég sok halál volt körülöttem, anélkül is, hogy még több gyilkosságot kövessek el. Visszagondoltam arra, amikor azt mondtam George-nak Ausztráliában, hogy semmiképpen sem akarok egy állati herét sem kivágni. Hol húztam meg a határt? A szenvedésnél. Ott. Nem akartam nyolcadik Henrik módjára bánni ezzel a kecskével, főleg azért nem, mert nem voltam gyakorlott ebben a mesterségben, és ha elvétem, vagy elszámoltam volna magam, szegény állat csak szenvedett volna. A gurka bólintott. Ahogy hajtja szab. Meglendítette a kukrit. Emlékszem, azután, hogy a kecske feje a földre esett, a sárga szemei még mindig pislogtak. 15. A delhiben végzett munkám hasonló volt ahhoz, amit Vájerben végeztem, csak a munkaidő volt más, állandó. Delhi-ben éjjel-nappal ügyeletben voltam. A műveleti szoba egy korábbi tanterem volt, mint látszólag minden mást, Afganisztánban a Delhinek otthontadó iskolát is lebombázták. Lógó fagerendák, felborult asztalok, a padlón szétszórtan hevertek papírlapok és könyvek. De a műveleti szoba úgy nézett ki, mintha a nullponton lett volna. Katasztrófa sújtott a terület. A pozitívum, hogy az éjszakai műszakok alatt a falakon lévő sokjúból lenyűgöző kilátás nyílt a csillagokra. Emlékszem egy műszakra, amikor hajnali egy óra körül megkértem egy pilótát, hogy adja meg a kódját, hogy be tudjam ütni a róverembe, és láthassam a képét. A pilóta savanyúan azt válaszolta, hogy rosszul csinálom. Mit csináltam rosszul? Nem a rover, hanem a longhorn. A long mi? Új vagy mi? Leírta a longhornt, egy olyan gépet, amiről senki sem beszélt nekem az előtt. Körülnéztem és megtaláltam. Nagy fekete aktatáska, porra a borítva. Leporoltam, bekapcsoltam. A pilóta elmondta, hogyan kell működésbe hozni. Nem tudtam, hogy miért a Longhornra van szüksége a rover helyett, de nem akartam megkérdezni és még jobban felbosszantani. Főleg, hogy a véletlen ismeretségünk kötődésé vált. Ezután ő és én már bajtársak voltunk. A hívó jele Magic volt. Gyakran töltöttem el az egész éjszakát azzal, hogy Magickel beszéltem. Ő és a csapata szeretett beszélgetni, nevetni, enni. Halványa nem hogy egy este friss rákokból lakmároztak az elmondása szerint. Mindenek előtt szerették a tréfákat. Az egyik bevetés után Magic kinagyította a monitoron a fényképezőgépét, és azt mondta, hogy nézzem meg. Belehajoltam a képernyőmbe. 20.000 láb magasból elképesztő volt a látvány a föld görbületéről. Lassan elfordította a kameráját. A képernyőm megtelt mellekkel. Pornó magazin. Ah, megfogtál, Magic. Néhány pilóta nő volt. A velük folytatott eszmecserék egészen másképp alakultak. Egyik este egy brit pilóta nővel beszélgettem, aki megemlítette, milyen gyönyörű a hold. Teli hold van, mondta. Látnod kéne Windows x Látom, a falamon lévő egyik lyukon keresztül. Csodálatos. Hirtelen életre kelt a rádió. Harsánykórusban szólaltak meg innen-onnan. A srácok Dwayerben azt mondták, hogy keressünk egy szobát. Éreztem, hogy elpirulok. Reméltem, hogy a pilótanő nem gondolta, hogy flörtölök vele. Mindenek előtt reméltem, hogy ő és a többi pilóta nem jön rá, hogy ki vagyok, és nem mondja el a brit sajtónak, hogy a háborút arra használom, hogy nőkkel ismerkedjek. Reméltem, hogy a sajtó nem fog úgy bánni vele, mint az összes többi lányjal, akivel valaha is dolgom volt. Mielőtt azonban a műszak véget ért volna, a nő és én túlléptünk ezen a rövidke kellemetlenségen, és jó munkát végeztünk együtt. Segített nekem megfigyelni egy tálib bunkert, közvetlenül a senkiföldjének szívében, nem messze Delhi falain túl. A bunker körül tálibok voltak. Emberi alakok. Egy tucatnyi, azt hiszem. Talán tizenöt. Tálibok, az biztos, mondtuk. Ki más mozoghatna azokban a lövészárkokban? Átnéztem az ellenőrző listát, hogy megbizonyosodjak róla. Életminta, ahogy a hadsereg nevezte. Látod a nőket? Látod a gyerekeket? Látod a kutyákat? Macskákat? Van valami, ami arra utal, hogy a célpont egy kórház mellett lehet? Egy iskola? Bármilyen civilek? Nem. Mindegyik negatív. Mindössze tálibok és semmi más. Csak tálibok. Másnapra légi csapást terveztem. Két amerikai pilótával együtt kellett kidolgoznom. Dud 01-es és Dud 02-es. Tájékoztattam őket a célpontról, és elmondtam nekik, hogy egy 2000 fontos DGM-et, azaz közös közvetlen támadó lövedéket akarok. Csodálkoztam, hogy miért használjuk ezt a nehézkes nevet, miért nem hívjuk egyszerűen bombának. Talán azért, mert ez nem egy közönséges bomba volt, radarvezérelt, irányító rendszerrel rendelkezett. És nehéz volt. Annyit nyomott, mint egy fekete orszarbú. Jellemzően a tálib harcosok elszórta helyezkedtek el. A szokásos kérés egy 500 fontos töltet volt, de nem gondoltam, hogy ez elég lehet ahhoz, hogy áthatójon a képernyőn látott megerősített bunkeren is. Igaz, a facok sosem gondolták, hogy 500 font elég. Mindig 2000 fontosat akartunk. Menj nagyot, menj haza! mondtuk mindig. De ebben az esetben határozottan úgy éreztem, hogy csak a nagy lesz elég a feladathoz. A bunkerrendszer ennél nagyobbat is kibírna. Nem csak egy 2000 fontos DJM-et akartam a bunker tetejére, hanem azt is, hogy a második repülőgép egy 20 mm-essel kövesse, és a bunkerből kifutó árkokat lője, és az ott befészkelt embereket szedje le. Negatív, mondta dud egyes. Az amerikaiak nem látták szükségét egy 2000 fontos bombának. Mi inkább két fontos bombát dobunk le. Windows 6 7. Nagyon nem amerikai mentalitás. Tudtam, hogy igazam van, és vitatkozni akartam, de új voltam még itt, és nem volt még önbizalmam. Ez volt az első légi csapásom. Ezért csak annyit mondtam. Vettem. Szilveszter. Az F-15-ösöket nagyjából 8 kilométer távolságban tartottam, hogy a motorjaik zaja ne meg a célpontokat. Amikor a körülmények megfelelőnek tűntek már, és minden nyugodt volt, hívtam őket. Windows X7, forró a helyzet. Dúd 01-es, 0 02-es, tiszta a terep. Tiszta a terep. Elindultak a célpont felé. A képernyőmön figyeltem, ahogy a pilóta cél keresztje, a bunker fölé mutat. Egy másodperc, kettő, Fehér villanás, hangos robbanás. A műveleti szoba fala megremegett, por és kődarabok záporoztak a mennyezetről. Hallottam zéró egyes haver hangját. Delta Hotel, teli találat. Készüljetek a BDA-ra, azaz a harci kár felmérésre. Füstfelhők szálltak fel a sivatagból. Pillanatokkal később, ahogy attól tartottam, tálibok rohantak ki a zárkokból. A róveremre nyögtem, aztán kitrappoltam. A levegő hideg volt, az ég kékesen lüktetett. Hallottam, hogy dúd 01 és dúd 02-es messze fent távolodik már. Hallottam a bombáik visszhangját, aztán minden elcsendesedett. Nem mindegyikük menekült el, vigasztaltam magam. Legalább tizen nem jutottak ki az árokból. Mégis egy nagyobb bomba tényleg megsemmisítette volna az összeset. Legközelebb, mondtam magamnak. Legközelebb bízom a megérzéseimben. 16. Mondhatnám, hogy előléptettek. Egy kis őrtoronyba vezényeltek, magasan a csatatér fölé. Az addigi őrszem már jó ideje az őrületbe kergette a tálibokat. Mindenképpen el akarták pusztítani. A kilátót többször is megtámadták az az előtti hónapokban, mielőtt odaérkeztem. Órákkal azután, hogy megérkeztem a kilátóhoz, újra itt voltak. Alkán egyvehetesek csattogtak, golyók suhantak el mellettünk. Úgy hangzott, mintha valaki még kaptárokat dobált volna be az ablakon. Négy gurka volt velem, és ők egy javellin rakétát lőttek ki a bejövő tűz irányába. Aztán azt mondták, hogy foglalja helyet az 50 mm-es kaliberű mögött. Ugorj fel, száb! Bemásztam az ágyúfészekbe, megragadtam a nagy fogantyúkat, bedugtam a füldugómat, célba vettem az ablakról lelógó hálót. Megnyomtam a ravaszt. Az érzés olyan volt, mintha egy vonat száguldott volna át a melkasom közepén. A csattogó hang is mozdonyszerű volt. Csugga, csugga, csugga! A fegyver golyókat köpködött a sivatagba, és a töltényhüvelyek pattogatott kukoricaként repkedtek a kilátó körül. Ez volt az első alkalom, hogy ötvenes kaliberűvel lőttem. Egyszerűen nem hittem el, hogy ilyen ereje van. Közvetlen látószögemben elhagyott mezőgazdasági területek, árkok, fák voltak. Mindet felgyújtottam. Volt ott egy régi épület két kupolával, ami úgy nézett ki, mint egy béka szeme. Megsoroztam azokat a kupolákat is. Eközben Dwyer elkezdte elsütni az ágyúit. Mindent felforgattam. Ezután nem sok mindenre emlékszem, de nem is kell. Van a videó. A sajtó ott volt mellettem, és végig filmezett. Utáltam, hogy ott voltak, de parancsot kaptam, hogy vigyem el őket egy kirándulásra. Cserébe beleegyeztek, hogy minden képet és információt, amit összegyűjtöttek, Elhallgatnak, amíg el nem hagyom az országot. Hányat öltünk meg? Akarták tudni a sajtó munkatársai. Nem lehetünk biztosak benne. Meghatározhatatlan. Mondtuk. Azt hittem, hogy sokáig leszek a megfigyelőben, de nem sokkal azután a nap után éjszakra az Edinburgh fóbra hívtak. Felszálltam egy pústa zsákokkal teli csinukra, és lefeküdtem a zsákok közé, hogy elbújjak. Negyven perc múlva már le is ugrottam a térdigérő sárba. Mikor a fenében esett itt az eső? Megmutatták a szállásomat, egy homokzsákos házban, egy aprócska ágy várt rám, és egy szobatárs, észt jelzőtiszt. Jól kijöttünk egymással. Az egyik jelvényét odatta nekem üdvözlő ajándékként. Öt mérföldre volt Muszakala, egy város, amely egykor táliberőd volt, 2006-ban foglaltuk el, miután a brit katonák fél évszázad óta a legsúlyosabb harcokat vívták ott. Több mint ezer tálibot győztünk le. Miután ekkora árat fizettünk a város bevételéért, a várost mégis gyorsan, gondatlanul újra elvesztettük. Most másodszor is bevettük a várost, de a célunk az volt, hogy most már meg is tartsuk. Csúnya munka volt ez. Az egyik srácunkat épp akkor robbantotta fel egy pokolgép. Ráadásul megvetettek minket a városban és a környékén a helyi lakosok. A kollaboránsokat, akik együtt működtek velünk, a tálibok megkínozták, a fejüket karrókra tűzték a városfalak mentén. Sem a szíveket, sem az elméket nem tudtuk megnyerni magunknak. 17 járőrözni mentem. Egy skimitár páncélozott felderítő könnyű harckocsikból álló konvójjal haladtam az Edinburghi fobbázistól, muszakalán keresztül és azon túl. Az út egy vadin keresztül vezetett lefelé, ahol hamarosan egy ijedre, azaz egy összetákolt robbanó szerkezetre bukkantunk. Ez volt az első, amivel találkoztam. Az én feladatom volt, hogy hívjam a tűzszerészeket. Egy órával később megérkezett a csinuk. Biztonságos helyet kerestem a leszálláshoz, füstgránátot dobtam, hogy jelezzem a legjobb helyet, és hogy megmutassam a pilótának, hogy merre fúj a szél. Egy csapat gyorsan kiugrott és megközelítette a robbanó szerkezetet. Lassú, fáradtságos munka. Egy örökké valóságig tartott. Közben mindannyian teljesen védtelenek voltunk a nyílt terepen vártuk, hogy a tálibok bármelyik pillanatban megtámadhatnak bennünket, körülöttünk motorok berregését hallottuk. Kétségtelenül tálib voltak. Bemérték a helyzetünket. Amikor a motorosok túl közel értek, jelző lőttünk, hogy figyelmeztessük őket. A távolban mágföldek voltak. Elnéztem, és a híres versre gondoltam. Flandria mezején pipacsok nőnek. Nagy-Britanniában a pipacs az emlékezés jelképe volt, de itt csak a pénzt jelentette. A sok mákot hamarosan heroinná dolgozzák fel, amelynek eladásából fizetik a ránk lőtt tálib golyókat és az utak és vadiszok alatt hagyott robbanó szerkezeteket, mint ez is itt. Végül a tűzszerészek felrobbantották a pokolgépet. Gomba felhő lövelt a levegőbe, amely olyannyira porral telítődött, hogy egymást sem láttuk. Amikor végeztek a tűzszerészek, összepakoltak és elmentek, mi pedig folytattuk utunkat észak felé, egyre mélyebbre és mélyebbre a sivatagban. 18. Négyzet alakban parkoltunk le a járműveinkkel, így páncéllal védett, ideiglenes bázist tudtunk létrehozni. Innen merészkedtünk ki járőrözni a városba. A jelenlétünk jelzésértékű. értékű. Mindig mozgásban kell lennetek, tanították nekünk. Tartsátok a kíváncsi tálibokat távol, mondták nekünk. A bázis feladata az volt, hogy támogassa a folyamatban lévő amerikai offenzívát. Az amerikai repülőgépek dübörgése folyamatosan hallatszott a fejünk felett, és robbanásokat is hallottunk egy közeli falu felől. Szorosan együttműködtünk az amerikaiakkal, és gyakorta keveredtünk tűzharcba a tálibokkal. Egy-két nappal azután, hogy létrehoztuk a bázisunkat, egy magaslaton ültünk, és a távolban pásztorokat figyeltünk. Mérföldekről csak ezeket az embereket és a birkáikat láttuk. A jelenet elég ártatlannak tűnt, de a pásztorok túl közel kerültek az amerikaiakhoz, ami idegesítette őket. Az amerikaiak több figyelmeztető lövést adtak le, elkerülhetetlenül eltalálták az egyik pásztort. A pásztor motoron ült. A nagy távolság miatt nem tudtuk eldönteni, hogy baleset volt-e vagy szándékos. Láttuk, ahogy a juhok szétszélettek, aztán láttuk, ahogy az amerikaiak lecsapnak és fogságba ejtik a pásztort. Amikor elmentek, néhány Fidzsi katonával kimentem a mezőre, és összeszedtük a motorkerékpárt. Letöröltem és félretettem. Gondoskodtam róla. Miután az amerikaiak kikérdezték a pásztort, Bekötözték és elengedték, az oda jött hozzánk. Megdöbbent, hogy visszaszereztük a motorját. Még jobban megdöbbentette, hogy meg is tisztítottuk. És majdnem elájult, amikor visszaadtuk neki. 19. Másnap, vagy talán a következő nap a konvojunkhoz három újságíró csatlakozott. Azt a parancsot kaptam, hogy vigyen be őket a csatatérre. Vezessem körbe őket, azzal a kifejezett megjegyzéssel, hogy a hír zárlat még mindig érvényben van. Én egy spártán gyalogsági szállítójárműben ültem a konvoj elején, az újságírók pedig szétszórva a konvojban voltak. Folyamatosan felbukkantak és nyaggattak. Ki akartak szállni, fotózni, filmet készíteni. De nem volt biztonságos a környék. Távolabb fegyverek kelepeltek. Az amerikaiak még mindig tisztogatták a területet. A jármű tornyában álltam, amikor az egyik újságíró megkocogtatta a lábamat, és ismét engedélyt kért, hogy kiszállhasson. Sóhajtottam. Oké, de vigyázzon az aknákkal, és maradjon a közelben. Mindannyian kiözönlöttek a spártámból, elkezdték beállítani a kameráikat. Pillanatokkal később az előttünk lévő srácokat támadás érte. A lövedékek a fejünk felett fütyültek el. Az újságírók megdermedtek, tanácstalanul néztek rám. Ne csak álljatok ott, menjetek vissza! Eleve nem akartam, hogy ott legyenek, de azt különösen nem akartam, hogy az én felügyeletem alatt történjen velük valami. Nem akartam, hogy egyetlen újságíró élete is bekerüljön a főkönyvembe. Nem bírtam az iróniát. Órákkal később, vagy napokkal később, tudtuk csak meg, hogy az amerikaiak önirányítású páncéltörő Hellfire rakétát dobtak le a legközelebbi falura. Sokan megsérültek. Egy fiút egy talicskában hoztak ki a faluból, fel a hegygerincre, a lábai az oldalán lógtak. Cafatokra voltak tépve. Két férfi tolta a talicskát egyenesen felénk. Nem tudom, hogy kik voltak azok az emberek a fiúnak. Családtagok? Barátok? Amikor odaértek hozzánk, nem tudták elmagyarázni. Egyikük sem beszélt angolul. De a fiú rettenetes állapotban volt, ez egyértelmű volt, és néztem, ahogy az orvosaink gyorsan elkezdték ellátni a sérüléseit. Az egyik tolmács próbálta megnyugtatni a fiút, miközben a tényeket is próbálta megtudni a kísérőitől. Hogy történhetett ez? Az amerikaiak. Közelebb akartam menni de egy őrmester megállított, aki már a hatodik körútján volt. Nem főnök, ezt nem akarja látni. Soha nem fogja tudni kiverni a fejéből, ha megnézi. Visszaléptem. Percekkel később meghallottam egy egyre hangosodó sivítást, majd egy becsapódást. Egy hatalmas robbanás történt, közvetlenül mögöttünk. Az agyamban éreztem, körülnéztem. Mindenki a hasám feküdt, kivéve engem és még két embert. Ez meg honnan jött? Néhányan a távolba mutattak. Kétségbe esetten viszonozták a tüzet, és engedélyt kértek tőlem. Igen, de a tálibok, akik kilőtték ránk a töltetet, már el is tűntek. Elszalasztottuk a lehetőséget. Vártuk, hogy az adrenalin elillanjon a testünkből, hogy a tompa fülcsengés megszűnjön. Sokáig tartott. Emlékszem, az egyik srác újra és újra azt csuttogta. Bassza meg, ez közel volt. Órákig próbáltuk összerakni, hogy mi történt. Néhányan közülünk azt hittük, hogy az amerikaiak sebesítették meg a fiút, mások úgy vélték, hogy a fiú egy klasszikus tálipcsel volt. A talicskás dolog csak egy kis színjáték volt, hogy a dombon tartsanak minket mozdulatlanul, elterelve a figyelmünket, hogy a tálibok bemérhessék a helyzetünket. Az ellenség robbantotta fel a fiút, majd küldte hozzánk a szerencsétleneket, Csalinak használva őket. Miért mentek bele ebbe a fiúk és a kísérői? Mert ha nem tették volna meg, megölték volna őket. Mindenki mással együtt, akit szerettek. 20. A távolban láttuk muszakala fényeit, 2008 februárja volt. A tankjaink egy kikötőben álltak, mi pedig a zsákjainkból vacsoráztunk és halkan beszélgettünk. Az étkezés után éjfél körül a rádióhoz mentem. Egy spártan hátsó ülésén ültem, a nagy ajtó nyitva, az íróasztalt lehúztam, és a rádiós híreket jegyzeteltem. Az egyetlen fényem egy halványizzó volt a fejem fölött, ami egy dróton lógott. A csillagok a sivatagi égbolton fényesebbek voltak, mint ez az izzó, és azok közelebbinek is tűntek. A rádiót a spártán akkumulátoráról működtettem, ezért időnként beindítottam a motort, hogy az akkumulátor feltöltődjön. Nem akartam nagy zajt csapni, mert féltem, hogy felkeltem a tálibok figyelmét, de nem volt más választásom. Egy idő után rendbetettem a spártánt, Töltöttem magamnak egy csésze forró csokoládét a termoszból, hogy felmelegedjek. Semmit sem ért. A sivatag naplemente után dermesztő hideggé vált. Sivatagi harci ruha, sivatagi csizma, zöld puffer, gyapjusapka volt rajtam, de még mindig reszkedtem. Erősebbre állítottam a rádió hangerejét, próbáltam kivenni a hangokat a recsegés és zúgás között küldetésjelentéseket jelentéseket forgalmaztak. Postai küldeményekről szóló információkat közöltek. Üzenetek voltak a harccsoport hálózatán keresztül, amelyek közül egyik sem vonatkozott az én századomra. Azt hiszem, hajnali egy óra körül lehetett, amikor több embert hallottam, akik a Red Fox-ról beszéltek. Zero Alfa, a parancsnoksági tiszt azt mondta valakinek, hogy Red Fox így, Red Fox úgy. Firkáltam néhány jegyzetet, de abba hagytam az írást, és felnéztem a csillagokra, amikor hallottam, hogy említik a C századot. A rádió forgalmazásából világossá vált számomra, hogy ez a vörös róka bajban van, semmi kétség. Rájöttem, hogy Red Fox, azaz vörös róka egy személy volt. Valami rosszat tett? Nem. Mások tervezték, hogy rosszat tesznek vele? Igen. A rádiós hírekből ítélve Red Foxot meg akarták ölni. Lenyeltem egy újabb korty forró csokoládét, rápislogtam a rádióra, és hirtelen megvilágosodtam. Rájöttem, hogy Red Fox, azaz vörös róka, én vagyok. Most a rádióadásból még egyértelműbben kiderült, hogy Red Fox álcája lelepleződött, hogy az ellenségnek kiszolgáltatottá vált, és hogy azonnal ki kell hozni a harctérről. – Bassza meg! – mondtam. – Bassza meg! Bassza meg! A gondolataim visszarepültek ítomba. A róka, akit betépve pillantottam meg a vécé ablakából. Tehát mégiscsak egy hírnök volt a jövőből. Egy nap egyedül leszel, késő éjjel a sötétben, vadászni fognak rád, mint rám, meglátod, hogy így lesz. Másnap Járőrözni mentünk, és én teljesen paranoiás voltam, aggódtam, hogy felismernek. Szorosan felhúztam az arcomra a semagot, elsötétített síszemüvegben voltam, miközben a fejemet forgattam ide-oda, és az ujjaim szorosan a géppisztolyom ravaszán tartottam. Szürkület után a különleges erők begyűjtöttek, a csinokjukat két apacs kísérte, akikkel rádión keresztül beszélgettem átrepítettek a völgyön, vissza az Edinburgh fobbázisra. Sötétben szálltunk le, és semmit sem láttam. Berohantam a táborba, majd a zöld parancsnoki vászon ahol még sötétebb volt. Egy nyikorgást hallottam. Gyenge fény gyúlt fel. Egy férfi állt előttem, és egy kis villanykörtét csavart épp a tetőről lelógó foglalatba. Edezredes. Hosszú arca hosszabbnak tűnt, mint amilyenre emlékeztem, és hosszú zöld kabátot viselt, mintha egyenesen az első világháborúból származna. Elmondta, mi történt. Egy ausztrál magazin leplezett le, és közölte a világgal, hogy Afganisztánban vagyok. A magazin jelentéktelen volt, így először senki sem vette észre, de aztán valami amerikai csirkefogó felkapta a sztorit, feltette a honlapjára, és ezt kapták fel a firkászok. Most már mindenhol ott volt a hír. A tejútrendszer legrosszabbul őrzött titka az volt, hogy egy bizonyos heri herceg Helmont tartományban tartózkodik. Szóval, itt a vége. Edezredes bocsánatot kért. Tudta, hogy nem ekkor és nem így akartam befejezni a szolgálati időmet. Másrészt azt akarta, hogy tudjam, a felettesei már hetek óta sürgetik. Hogy visszahívjanak, úgyhogy szerencsém volt, hogy a bevetés nem lett rövidebb. Elkerültem a hatalmon lévőket és a tálibokat, és sikerült egy tisztességesen hosszú szolgálatot teljesítenem kitűnő eredménnyel. Bravo, mondta. Már majdnem könyörögtem, hogy maradhassak, de láttam, hogy nincs rá esélyem. A jelenlétem mindenkit komoly veszélybe sodorna körülöttem. Edezredest is beleértve. Most, hogy a tálibok tudták, hogy az országban vagyok, és hogy nagyjából hol mindent bevetnének, hogy megöljenek. A hadsereg nem akarta, hogy meghalljak, de ez ugyanaz a történet volt, mint egy évvel korábban. A hadseregnek különösen fontos volt az is, hogy mások se halljanak meg miattam. Én is osztottam ezt a nézetet. Megrázta medezredes kezét, és elhagytam a sátrat. Felkaptam a kevés holmimat. Gyorsan elbúcsúztam, aztán visszaugrottam a csinokra, amelynek rotorja még mindig forgott, indulásra készen. Egy órán belül újra kandahárban voltam. Lezuhanyoztam, megborotválkoztam és felkészültem, hogy felszállhassak az Angliába tartó nagy gépre. Más katonák is ott nyüzsögtek, akik szintén a beszállásra vártak. Az ő hangulatuk egészen más volt. Mindannyian újongtak, hazafelé tartanak. A földet bámultam. Végül mindannyian kezdtünk rájönni, hogy a beszállási folyamat rendkívül sokáig tart. Mi tart ilyen sokáig? kérdeztük türelmetlenül. A személyzet egyik tagja azt mondta, hogy egy utolsó utasra várunk. Kire? Egy dán katona koporsóját pakolták be a raktérbe. Mindannyian elhallgattunk. Amikor végül beszálltunk és felszálltunk, a gép elején lévő függöny rövid időre felhúzódott. Három fickót láttam kórházi ágyakon. Kicsatoltam az övemet, felsétáltam a folyosón, és három súlyosan sérült brit katonát láttam meg. Az egyiknek a jól emlékszem, pokolgép okozta szörnyű sérülései voltak. A másik tetőtől talpig műanyagba volt csomagolva. Annak ellenére, hogy eszméletlen volt, egy kémcsövet szorongatott, amely a nyakából és a fejéből eltávolított repezdarabokat tartalmazta. Beszéltem az őket ápoló orvossal, és megkérdeztem, hogy a fiúk életben maradnak-e. Nem tudta, de még ha túl is élik, azt mondta, nagyon nehéz út áll előttük. Haragudtam magamra, amiért ennyire önző voltam. A repülőút hátralévő részét azzal töltöttem, hogy azon a sok fiatal férfin és nőn gondolkodtam, akik hasonló állapotban mennek haza, és mindazokon, akik egyáltalán nem mennek haza, azokra az otthoniakra gondoltam, akik nem tudtak semmit erről a szörnyű háborúról. Sokan ellenezték, de kevesen tudtak róla bármilyen átkozott dolgot is. Azon tűnődtem, hogy miért, kinek a dolga volna elmondani nekik, hogy mi is folyik itt. Ó, igen gondoltam, a sajtónak. 21. 2008. március 1-én szálltam le. A kötelező sajtótájékoztató állt közém és egy rendes étkezés közé. Visszatartottam a lélegzetem, a kiválasztott riporter elé léptem, válaszoltam a kérdéseire. A hős szót használta, amit én nem tűrtem. Na hősük azok a srácok ott a repülőn, nem is beszélve a srácokról, akik még mindig Delhiben, ben és Edinburgh-ben vannak. Kisétáltam a szobából, egyenesen Vilibe és apába botlottam. Úgy emlékszem, Vili megölelt, és apa mindkét arcomra adott egy-egy puszit, talán még meg is szorította a vállamot. Bárki számára, aki távolról szemlélte, ez egy normális családi üdvözlésnek, és interakciónak tűnt volna, de számunkra ez a testi szeretet extravagáns, példátlan megnyilvánulása volt. Aztán mindketten tágra nyílt szemmel bámultak rám. Kimerültnek tűntem. Olyan voltam, mint egy félholt kísértet. Idősebbnek tűnsz, mondta apa. Az is vagyok. Beültünk apa Audiába, és elhajtottunk Highgrove felé. Útközben úgy beszélgettünk, mintha egy könyvtárban lennénk, nagyon halkan. Hogy vagy, Harold? Ó, nem is tudom. Te hogy vagy? Megvagyok. Hogy van két? Jól. Lemaradtam valamiről? Nem, a szokásos. Lehúztam az ablakot, és néztem, ahogy a vidék elrepül mellettem. A szemem nem tudta befogadni azt a sok színt, azt a sok zöldet. Melélegeztem a friss levegőt, és azon tűnődtem, vajon melyik volt az álom, az afganisztáni hónapok, vagy ez az utazás az autóban. Dwyer fegyverei, a lefejezett kecskék, a fiú a talicskában, ez volt a valóság? Vagy a valóság ezek a puha bőrülések az autóban, és apa kölniének illata? 22. Kaptam egy hónap szabadságot. Az első részét a haverokkal töltöttem. Meghallották, hogy itthon vagyok, felhívtak és meghívtak egy italra. Oké, de csak egy ital. A hely neve, ahová a meghívás szólt, igen furcsa volt. Macska és pudingedénye. Én egy sötét sarokban ültem, egy gin tonikot szürcsöltem. Ők nevetgéltek, beszélgettek és mindenféle terveket szűttek utazásokról, projektekről és nyaralásokról. Mindenki olyan hangosnak tűnt, mindig ilyen hangosak voltak. Mindannyian azt mondták, hogy én viszont igencsak csendesnek tűntem. Igen, mondtam, igen, azt hiszem. Hogy-hogy? Csak úgy. Csendben voltam, mert csendben kellett lennem. Nem éreztem magam a helyemen. Egy kicsit távolinak tűnt mindenki, időnként pánik hangulatban éreztem magam. Máskor meg dühösnek éreztem magam. Tudjátok, hogy mi történik most a világ másik felén? Egy-két nap múlva felhívtam Cselzit, és kértem, hogy találkozzunk. Könyörögtem. Fokvárosban volt. Meghívott magához. Igen, gondoltam, erre van most szükségem. Egy-két nap Cselszivel és a szüleivel. Utána mindketten átmentünk Bocvanába, és találkoztunk a régi bandával. Ti és Mike házában kezdtük. Nagy ölelések és puszik az ajtónál, nagyon aggódtak értem. Aztán megetettek. Mike folyamatosan itallal kínált, és én ott voltam, ahol a legjobban szerettem, a legjobban szeretett ég alatt, olyan boldog voltam, hogy egy ponton azon tűnődtem, talán könnyeznek a szemeim. Egy-két nappal később Chelsea és én felfelé hajóztunk a folyón egy bérelt lakóhajón, a Kubu Queen. Egyszerű ételeket főztünk, a hajó felső fedélzetén aludtunk a csillagok alatt. Az orjon a kis göncöl bámulva próbáltam megnyugodni, de nehéz volt. A sajtó tudomást szerzett az utazásunkról, és folyamatosan fotóztak minket, valahányszor a hajó a parthoz közeledett. Körülbelül egy hét múlva visszamentünk Maunba, búcsúvacsorát ettünk Tíjjel és Michael. Mindenki korán lefeküdt, de én még fent maradtam Tíjjel, és meséltem neki egy kicsit a háborúról. Csak egy kicsit. Ez volt az első alkalom, hogy hazaérkezésem óta beszéltem róla. Vili és apa is kérdezősködött, de nem úgy, ahogy Tí figyelt rám. Chelsea sem mutatott érdeklődést, talán azért kerülte a témát, mert még mindig nem tudott azzal azonosulni, hogy elmegyek. Vagy mert tudta, hogy nehéz lenne beszélnem róla. Nem voltam benne biztos, és éreztem, hogy ő sem volt biztos, ahogy egyikünk sem volt biztos semmiben. Tíjjel erről is beszéltünk. Kedvel engem, mondtam. Szeret engem, azt hiszem. De nem szereti a velem járó terhet, nem szereti mindazt, ami a királyi ranggal jár, a sajtót, és így tovább, és ezek közül egyik sem fog soha eltűnni. Szóval milyen kilátásaink vannak együtt? Ti egyenesen megkérdezte, hogy el tudnám-e képzelni Chelsea-t a feleségemként. Próbáltam megmagyarázni azt, hogy hogyan érzek ezzel kapcsolatban. Nagyra becsültem Chelsea gondtalan és hiteles lelkületét. Soha nem aggódott amiatt, hogy mások mit gondolnak róla. Rövid szoknyát és magas csizmát hordott, önfeledten táncolt, ugyanannyi tekilát ivott, mint én, és én mindezeket a dolgokat szerettem benne, de nem tudtam nem aggódni amiatt, hogy a nagyi mit szólna hozzá, vagy a brit közösség. És az utolsó dolog, amit szerettem volna, hogy Chelsea megváltozzon, hogy alkalmazkodjon az elvárásokhoz. Annyira szerettem volna féri, apa lenni, de nem voltam benne biztos, hogy ez sikerülne -e. Nem minden ember viseli el az elvárásokkal járó terhet tíj, és nem tudom, hogy Chelsea képes lenne -e kezelni ezt. Nem tudom, hogy meg akarom-e kérni, hogy birkozzon meg ezzel a teherrel. 23. A sajtó lélegzet visszafolytva számolt be a Nagy-Britanniába való visszatérésünkről, Arról, hogyan rohantunk Chelsea egyetemi kampuszon kívüli lakásába Leedsben, ahol két lányjal lakott, akikben megbíztam, és ami még fontosabb, ők is bíztak bennem, és hogyan osontam be a lakásukba kapucni spólóban és bészból sapkában álcázva magam, megnevettetve a lakótársait, és hogyan szerettem úgy tenni, mintha egyetemista lennék, pizzázni járni és kocsmákban lógni, még azon is elgondolkodtam, vajon jól döntöttem-e, hogy kihagytam az egyetemet. De ebből egy szó sem volt igaz. Kétszer is elmentem Chelsea Lidzi lakásába. Alig ismertem a lakótársait, és egyszer sem bántam meg a döntésemet, hogy kihagytam az egyetemet. De a sajtó egyre rosszabb lett. Már csak fantáziákkal, képzelgésekkel házaltak, miközben fizikailag is zaklattak engem és mindenkit a belső körömben. Chelsea elmondta, hogy a paparazzik követték őt az egyetemi óráira, és az előadásokról jövet is tolakodóak voltak vele szemben. Megkért, hogy tegyek valamit ez ellen. Mondtam neki, hogy megpróbálom. Elmondtam neki, mennyire sajnálom ezt. Amikor visszatért Fokvárosba, felhívott és azt mondta, hogy ott is mindenhová követik, és ez az őrületbe kergeti. El se tudta képzelni, honnan tudták mindig, hogy hol van és hol lesz. Teljesen kiborult. Megbeszéltem a dolgot Markóval, aki azt tanácsolta, hogy kérjen meg Chelsea bátyját, hogy ellenőrizze a huga autójának alját. Persze nyomkövető volt rajta. Markó és én pontosan meg tudtuk mondani a bátyának, hogy mit és hol kell ellenőriznie, mert ez már sok más emberrel is megtörtént a környezetemben. Chelsea megint csak azt mondta, hogy nem biztos benne, hogy készen áll erre az egész életen át tartó zaklatásra. Mit is mondhatnék? Hiányozni fog. Nagyon fog hiányozni. De teljesen megértem a szabadság vágyát. Ha választhattam volna, én sem akarnám ezt az életet. 24. Fleknek hívták. Micces volt és aranyos, és jó fej. Egy itt teremben találkoztam vele, és néhány haverommal hónapokkal azután, hogy Chelsea és én külön váltunk. Spike, ő itt Fleck. Szia, mivel foglalkozó Fleck? A tévében volt, magyarázta. Műsorvezető volt. Bocsánat, mondtam. Nem nagyon nézek tévét. Nem lepődött meg, hogy nem ismertem fel. Ez igazán tetszett. Nem volt nagy egója. Még miután elmagyarázta, hogy mit csinál, akkor sem tudtam, hogy pontosan ki is ő. Mi a teljes neved? Caroline Fleck. Napokkal később találkoztunk egy vacsorára, majd egy kis pókerezésre jöttünk össze este Markó lakásán, a Brehem Gardensben. Nagyjából egy óra múlva szünetet tartottam, és kiléptem az utcára, Markó egyik kovboly kalapjába bújva, hogy beszéljek Billivel a sziklával. Ahogy kiléptem az épületből, rágyújtottam egy cigarettára, és jobbra néztem. A közelben parkoló autó mögött két pár lábra lettem figyelmes, majd megláttam a két görnyedő alakot is a kocsi mögött. Bárkik is voltak azok, nem ismertek fel engem Markó kalapjában. Így hát lazán oda sétálhattam Billyhez, és a rendőrautójához hajolva suttogtam neki. Mumusok három óránál. Micsoda? Nem. Billy, honnan tudhatták, hogy itt vagyunk? Megtaláltak. Senki sem tudja, hogy itt vagyok. Követnek engem? Hozzáfértek a telefonomhoz? Vagy Fleck telefonjához? Billy kirohant a kocsiból, berohant a sarkon és meglepte a kétlesi fotóst rájuk kiabált. De ők visszaüvöltöttek, felbátorodva, integetve ordibáltak vissza Billire. Aznap este nem kapták meg a fotójukat, kis győzelem volt ez nekünk, de nem sokkal később mégis lefotóztak engem és flekket, és ezek a képek hamarosan valóságos őrületet váltottak ki. Órákon belül nagy tömeg táborozott le Fleck szülei háza előtt, az összes barátja háza előtt, és a nagymamája háza előtt is. Az egyik újságban azt írták meg, hogy kicsit durva ez a rendezvú, mert Caroline valaha egy gyárban dolgozott, vagy ilyesmi. Jézusom, gondoltam, tényleg ennyire elviselhetetlen sznobok országa vagyunk. Továbbra is találkoztam Fleckkel néha-néha, de már nem éreztük magunkat biztonságban. Azt hiszem, azért maradtunk mégis együtt még egy darabig, mert őszintén élveztük egymás társaságát, és mert nem akartuk beismerni, hogy vereséget szenvedtünk ezektől a segfejektől. A kapcsolatunk idővel mégis menthetetlenül megromlott, és beláttuk, hogy ez így nem mehet tovább, a folyamatos zaklatás tönkretette a kapcsolatunkat. Nagy teher volt ez Caroline számára, de különösen a családja számára. Aztán a találkozóink elmaradtak, majd végleg elköszöntünk egymástól. Viszlát és sok szerencsét! 25. GLP-vel elmentem a Kensington palotába, hogy ott Dennett tábornokkal találkozzam és koktélt igyunk. Amikor bekopogtunk a tábornok lakásának ajtaján, még jobban éreztem magam, mint amikor a háborúba indultam. A tábornok felesége, Pippa szívélyesen fogadtak minket, gratuláltak a sikeres szolgálatomhoz. Elmosolyodtam, de aztán elkomorultam. Igen, mondták. Sajnálták, hogy a bevetésem idő előtt megszakadt. A sajtó mindent elront, nem igaz? Tényleg elrontják. A tábornok töltött nekem egy gin tonikot. Leültünk egymással szemben a fotelekbe, én pedig nagyot kortyoltam, éreztem, ahogy a Jean lecsúszik a torkomon, majd kibögtem, hogy vissza kell mennem. Egy teljes és rendes szolgálatra kell mennem. A tábornok rám bámult, és csak nézett, majd kis szünet után megszólalt. Értem már. Nos, ha ez a helyzet, hangosan gondolkodni kezdett, végigfutott a különböző lehetőségeken, elemezve mindegyiknek a politikáját és következményeit. Mi lenne, ha helikopterpilóta lenne? Hűha! Hátradőltem. Erre még sohasem gondoltam. Talán mert Vili és az apám, és nagyapa és Andrew bácsi pilóták voltak. Mindig is szerettem volna a saját utamat járni, a saját dolgaimat csinálni, és Denett tábornok azt mondta, ez lenne a legjobb megoldás az egyetlen út. Biztonságban lennék úgy mond a harcok felett a felhők között. Ahogy mindenki más is, aki velem együtt szolgál. Még akkor is, ha a sajtó megtudná, hogy visszamentem Afganisztánba, még akkor is, ha megint valami hülyeséget csinálnának. Na és? A tálibok talán megtudnák, hol vagyok, de sok szerencsét ahhoz, hogy a levegőben követni tudjanak. Mennyi idő múlva lehetnék a tábornok úr? Körülbelül két év. Megráztam a fejem. Ez túl hosszú idő, uram. Megvonta a vállát. Annyi idő kell, amennyi kell, és jó okkal. Rengeteget kell még tanulnia, magyarázta. A pokolba is. Az élete minden egyes lépésnél arra törekedett, hogy visszaráncson az osztályterembe. Megköszöntem neki, és azt mondtam, hogy átgondolom az ajánlatát. 26. 2008 nyarát nem azzal töltöttem, hogy ezen a kérdésen gondolkodtam volna. Tulajdonképpen semmin sem gondolkodtam túl sokat, a három katonát leszámítva, akikkel egy repülőn tértem haza. Azt akartam elérni, hogy mások is gondoljanak rájuk, és beszéljenek róluk, nem gondoltak elegen a harctérről visszatérő brit katonákra, és nem is beszéltek róluk eleget. Minden szabad percemben azon voltam, hogy változtassak ezen a helyzeten. Abban az időszakban eléggé befogott a palota. Amerikába küldtek, ahol első hivatalos munkalátogatásomat teljesítettem. Egyszer már jártam Kolorádóban, ahol vadvízi vettem részt, és meglátogattam Mamival a Disney world GLP-t is bevontuk az utiterv összeállításába, ő pedig pontosan tudta, mit szeretnék csinálni sebesült katonákat akartam látogatni, valamint szándékomban állt, hogy elhelyezzek egy koszorút a World Trade Center helyén, és találkozzam a 2001. szeptember 11-én elhunytak családjaival. Ő pedig mindezt meg is szervezte. Nagyon kevés emlékem maradt az utazásról ezeken a pillanatokon kívül. Visszatekintek és olvasom a nagy felhajtásról szóló sztorikat. Szinte beleszédültem, amikor édesanyámról Amerika iránt érzett szeretetéről és az ott tett történelmi látogatásairól folyt a beszélgetés, bármerre is jártam. Arra emlékszem leginkább, amikor sebesült katonák között foglaltam helyet, katonai temetőket látogattam, és bánatba süppett családokkal beszélgettem. Fogtam a kezüket, bólintottam, és azt mondtam nekik, ismerem az érzést. Azt hiszem, a találkozók résztvevői hozzásegítették a többieket ahhoz, hogy valamivel jobban érezzék magukat. A bánatra csak egy jelenthetett gyógyírt, ha megosztjuk másokkal. Úgy tértem vissza Nagy-Britanniába, hogy még jobban megvoltam róla győződve, többet kell tennünk mindenkiért, akit közvetlenül érint a terrorizmus ellen folytatott háború. Keményen oda tettem magam, talán túl keményen is. Kiégtem, de nem tudtam róla, sok reggel a fáradtságtól gyengén ébredtem és nem láttam, hogyan tudnék egy kicsit visszavenni a tempóból, mivel olyan sokan kértek segítséget, olyan sokan szenvedtek. Ez időtájt hallottam egy, egy új brit szervezetről, a Help for Heroes-ról. Nagyra értékeltem a tevékenységüket, a figyelmüket, nehéz helyzetben lévő katonákkal foglalkoztak. Willivel megkerestük őket. Mit tehetnénk? Lenne itt valami, mondták az alapítók, egy brit katona szülei. Viselnék a szervezetünket népszerűsítő csuklópántunkat? Természetesen. Kéttel felvettük egy foci meccsen, a hatás pedig igazán felvillanyozó volt. A csuklópánt iránti kereslet az eget ostromolta, özönleni kezdtek az adományok. Ezzel kezdetét vette egy hosszú, tartalmas kapcsolat, és egyértelmű visszajelzést kaptunk hozzájárulásunk hatásáról is. Munkám jelentős részét mégis a színfalak mögött végeztem. Sok napot töltöttem a Selli Oak kórházban és a Hidli rehabilitációs központban. Katonákkal beszélgettem, meghallgattam a történeteiket, próbáltam belopni életükbe a béke és a nevetés pillanatait. Sosem csináltam hírverést a sajtóban, és azt hiszem, a palotának is csupán egyetlen egy esetben engedtem meg. Nem akartam újságírót látni a találkozások több kilométeres körzetében, mivel bár alkalmi beszélgetésnek tűnhettek a felszínen, a valóságban mégis rendkívül bensőséges hangulatban telnek. Szintén Helman tartományban szolgált. Igen. Voltak emberveszteségeik? Voltak. Tehetek önért valamit? Hiszen állandóan ezt teszi kapitány. Szörnyű állapotban lévő férfiak és nők, betegágya mellett álltam, gyakran a családjukkal együtt. Az egyik tetőtől talpig bepójált fiatal srácot mesterséges kómában tartották. Édesanyja és édesapja is vele volt. Megmutatták a fiúk gyógyulásáról vezetett naplót, és megkértek, hogy olvassam el. Megtettem. Ezt követően az engedélyükkel beleírtam valamit a srácnak. Végül megöleltük egymást, és amikor elköszöntünk, szinte egy családnak éreztük magunkat. Végül elmentem egy fizikai rehabilitációs központba, egy hivatalos programra, ahol találkoztam az egyik katonával, aki szintén ott volt az Afganisztánból hazafelé tartó gépen. Bennek hívták. Elmondta, hogyan tépte le egy rögtönzött robbanó szerkezet a bal karját, és a jobb lábát egy rendkívül forró napon. Rohant, aztán egy robbanást hallott, és érezte, hogy hat métert repül a levegőben. Úgy emlékszik, látta, amint a lába elválik a testétől. Mindez pedig némi kép bágyadt és kényszeredett, de bátor mosolyjal az arcán osztotta meg. A látogatásom előtti napon kapta meg az új lábszár protézisét. Lenéztem. Nagyon sima haver, és meglehetősen erősnek tűnik. Hamarosan kiderül, felelte. A számára összeállított rehabilitációs protokoll falmászást írt elő aznapra. Ott maradtam a közelben és figyeltem. Elhelyezkedett egy sziklamászó beülőben, megragadott egy kötelet, és oldalra kilengve haladt felfelé a fal mentén. Lelkesen kiáltott és integetett, amint felért a tetejére, majd visszamászott. Ámulattal néztem. Sosem voltam még ennyire büszke arra, hogy brit vagyok és az ő bajtársaként szolgálhatok a seregben. Ezt meg is mondtam neki, és még azt is, hogy meghívom egy sörre, amiért feljutott a fal tetejére. Sőt, nem is csak egyre, hanem egy rekesznyire. Nevetett. Ki tudna erre nemet mondani, cimbora? Azt is megemlítette még, hogy idővel maratont akar futni. Azt feleltem, ha ezt megteszi, a célvonalnál fogom várni. 27. Ennek a nyárnak a végén bocvanába mentem, hogy Tidzsel és Michael találkozzam. Nem sokkal korábban fejezték be a David közreműködésével készült Planet earth a Bolygónk a Föld című sorozatot és egyéb BBC produkciók utó munkálatait, érkezésemkor pedig már egy fontos filmet forgattak az elefántokról. Néhány csorda az élőhelyükön történt beavatkozástól és az aszálytól hajtva, valamint élelem után kutatva, Namíbiában kötött ki, egyenesen az AK-47-esekkel felfegyverzett orvadászok százai előtt. Ti és Mike abban a reményben készítették a filmet, hogy felhívja a figyelmet erre az éppen zajló mészárlásra. Megkérdeztem, segíthetek-e valamiben. Egy pillanatig sem tétováztak természetesen tüske. Felajánlották, hogy fizetség nélkül dolgozó, de a stáblistán feltüntetett operatőr lehetek. Már az első naptól kezdve arról beszéltek, hogy mennyire másnak tűnök. Persze nem arról volt szó, hogy korábban ne dolgoztam volna keményen, de kétség kívül a seregben tanultam meg azt, hogy miként kell a parancsot teljesíteni. A forgatás során sosem kellett semmit kétszer elmondaniuk. Sokszor keringtünk a terepen platós teherautójukkal, miközben csak előre néztem, és arra gondoltam, mennyire bizar ez a szerep. Egész életemben megvetettem a fotósokat, akik a szabadság elrablásában élték ki magukat, ezúttal pedig magam is fotóssá váltam, hogy segíthessek megőrizni ezeknek a csodálatos állatoknak a szabadságát. Magamat is szabadabbnak éreztem közben. Ennél is ironikusabb volt talán, hogy olyan állatorvosokat filmeztem, akik nyomkövető eszközöket raknak az állatokra. Az eszközök révén a kutatók jobban megérthetik a csordák vonulási mintázatát. Addig a pillanatig nem nagyon asszociáltam semmilyen szívmelengető dologra a nyomkövetőkkel kapcsolatban. Egy alkalommal az állatorvos lövedékkel akart elkábítani egy nagy elefántbikát, hogy a nyakára tekerhessen egy nyomkövető gallért. A lövedék azonban éppen csak karcolta az állat kemény bőrét, így az összeszedte magát és meglépett. Mike felkiáltott. – Fogd a kamerát, tüske, futás! Az elefánt átvágott a sűrű bozóton, jellemzően, de nem mindig a homokos csapásokon haladva. Az állatorvossal megpróbáltunk a nyomában haladni. Szinte el sem hittem, hogy mekkora sebességre képes. Nyolc kilométer tett meg, mielőtt lelassított és megállt. Tartottam a távolságot, az állatorvos pedig, amint odaért, kilőtt egy újabb baltató lövedéket. A nagy testű jószág végre a földre rogyogott. Pillanatokon belül Mike is ott dübörgött a teherautóval. Szép munka volt tüske. Léhegtem, kezemmel a térdemre támaszkodtam és úsztam a verítékben. Mike iszonyodva nézett le. Tüske, hol van a cipőd? Ó, hát persze. A teherautón maradt, és nem gondoltam, hogy lenne időm felkapni. Nyolc kilométert futottál a bozóton át, cipő nélkül? Felnevettem. Te mondtad, hogy fussak, és azt is, hogy a sereg megtanított a parancsok végrehajtására. 28. Pontosan 2009 legelején kezdett rohamos gyorsasággal terjedni egy videó. Három évvel korábban készült, több kadét társaságában ülök egy repülőtéren. Talán Cipruson voltunk, vagy inkább egy Ciprusra induló járatra várakoztunk valahol máshol. A videót én készítettem, hogy egy kicsit elüssük az időt a repülés előtt. Hülyéskedtünk, végigpásztáztam a társaságot, és mindenkiről volt egy rövid megjegyzésem. Amikor a pakisztáni születésű kadétársamhoz és jó barátomhoz, Ahmed Razakánhoz értem, annyit mondtam. Á, és itt van a mi kis paki barátunk. Nem tudtam, hogy a paki sértő kifejezés. Miközben felnőttem, számtalan embert hallottam, amint ezt a szót használták, és még csak a szemesen rebbent meg senkinek. Nem is gyanítottam, hogy rasszista felhangja lenne a kifejezésnek. Épp így nem tudtam a tudatalattiban megbúvó előítéletességről. 21 éves voltam, éltem a magam elszigetelt kiváltságos életét, és legfeljebb azt gondoltam erről a szóról, amit az osziról is. Ártalmatlan. Elküldtem a felvételt egy kadét társamnak, aki felhasználta egy évvégi videó összeállításhoz. Azóta pedig csak keringett és keringett számítógépről számítógépre, míg végül eljutott valakihez, aki eladta a News of the World-nek. Erősen támadni kezdtek. Azt mondták az emberek, hogy semmit sem tanultam. Azt állították, hogy egy cseppet sem lettem érettebb a náci ruhás botrány óta. Úgy vélték, Harry Herceg rosszabb, mint a tökfilkó vagy parti arc lenne. Rasszista. A torik vezére megbélyegzett, az egyik miniszter pedig a tévében ostorozta a tettemet. Ahmed nagybátyja a BBC-nek nyilatkozva ítélt el. A Highgrove-ban ültem, és figyeltem a vihar dühöngését. Alig tudtam feldolgozni a történteket. Édesapám hivatala helyettem is kiadott egy bocsánatkérést. Én is ki akartam adni egyet, de az udvarancok ellenezték. Uram, ez nem a legjobb stratégia. Pokolba a stratégiával. Nem törődtem a stratégiával, azzal törődtem, hogy ne tartsanak az emberek rasszistának, és azzal, hogy nem vagyok rasszista. Mindenek előtt Ahmeddel törődtem, közvetlenül kapcsolatba léptem vele, és bocsánatot kértem tőle. Azt mondta, tudja, hogy nem vagyok rasszista, nem nagy ügy az egész. Pedig az volt, megbocsátása és könnyed felmentése nyomán, csak még rosszabbul éreztem magamat. 29. Miközben a probléma egyre tovább gyűrűzött, kénytelen kelletlen bevonultam a királyi légierő alapkiképzés biztosító Bergston His intézményébe. Különös időpont volt ez egy repülési kiképzés, de úgy nagy általánosságban, bármilyen kiképzés megkezdéséhez. Már eredendően is gyenge összpontosítási képességem soha nem volt gyengébb, mint akkor tájt. Lehetséges, hogy bizonyos szempontból mégiscsak ez a legalkalmasabb időpont, gondoltam. El akartam rejtőzni az emberiség elől, elmenekülni a bolygóról. Mivel rakéta éppen nem állt rendelkezésemre, feltételeztem, hogy talán egy repülőgép is megteszi. De mielőtt bármilyen repülőgépbe is beszállhattam volna, a hadseregnek meg kellett győződnie arról, hogy megfelelő állapotban vagyok-e. Néhány hétig szurkálták a testemet, és tesztelték az agyamot. Megállapították, hogy drogmentes vagyok. Meglepetnek tűntek, hogy a videók alapján kialakult vélekedéssel ellentétben talán mégsem teljesen tök filkó a srác. Akkor tehát tovább léphet. Azt mondták, hogy első repülőm egy Firefly lesz. Halványsárga, merev szárnyú, egy légcsavaros kiképzőgép. Első repülés oktatom, Buli őrmester szerint egyszerű masina. Beszálltam és arra gondoltam, valóban az lenne, számomra nem tűnt egyszerűnek. Buli felé fordultam, és alaposan szemügyre vettem. Ő sem volt egyszerű eset. Alacsony, stabil és kemény karakter, harcolt Irakban és a balkánon. Azok után, amiket látott és átélt, meglehetősen lehetetlen alaknak kellett volna lennie, de nem úgy tűnt, hogy megszenvedte volna a harci bevetések káros hatásait. Éppen ellenkezőleg, csupa kedvesség árad belőle. Szüksége is volt rá. Annyi minden terhelte az agyamat, hogy a kiképzés foglalkozásaira teljesen szétcsúszva érkeztem. Arra számítottam, hogy Búli elveszti a türelmét és ordibálni kezd velem. De sosem tette. Az egyik gyakorlás után felvetette, hogy járjuk be a vidéket motorkerékpárral. Menjünk és tisztítsuk meg a fejünket, velsz hadnagy! Bevált a dolog, mintha varázslat történt volna. A motorkerékpár, a csodálatos Triumph 675-ös pedig egy idejében érkező figyelmeztetés volt, mire is vágytam igazán a repülésben sebességre és teljesítményre. Szabadságra. Aztán rájöttünk, hogy mégsem vagyunk annyira szabadok. A sajtó egész úton követett minket, és le is fotóztak bennünket buli háza előtt. Miután megszoktam a Firefly pilótafülkéjét és összeismerkedtem a műszerfallal, végre felszállhattunk. Egyik első közös repülésünk alkalmával, Bulé mindenfajta figyelmeztetés nélkül áttesésbe vitte a gépet éreztem a balszány lebbenését, a rendellenesség, az entrópia émeítő állapotát, majd néhány évtizedeknek tűnő másodperc elteltével Bully visszaállította az eredeti helyzetet, és újra szintrepülésbe hozta a gépet. Rámeredtem. Mi a fészkes fene? Félbeszakított öngyilkossági kísérlet? Nem, felelte kedvesen. Mindössze kiképzésem következő állomása. Elmagyarázta, hogy számtalan váratlan és kedvezőtlen fordulat adódhat a levegőben, neki pedig meg kell mutatnia, hogy ilyenkor mit, de legfőképpen hogyan kell tenni, hogy nyugodtnak kell maradni. Következő repülésünk alkalmával ismét bemutatta ugyanazt a kunstot. Ezúttal azonban nem hozta vissza eredeti helyzetébe a repülőgépet. Miközben egyre csak pörögtünk és forogtunk a felszín felé, annyit mondott. Itt az idő. Mire? Arra, hogy maga hajtsa végre a feladatot. A vezérlő berendezésekre nézett. Megragadtam a botkormányt is, erőteljes mozdulattal visszanyertem az uralmat a gép felett, érzésem szerint az utolsó előtti pillanatban. Boléra néztem, és vártam az elismerést. Semmi. Alig reagált valamit. Az idő előre haladtával, Bulé újra meg újra előállt valamivel. Leállította a motort és szabad vitte a gépet. Amikor a fém nyikorgása és a még mindig leállított motor által keltett harsogó fehér zaj már-már fülsiketítővé vált, ő csak nyugodtan balra fordult és annyit mondott. Itt az idő. Itt az idő? Öné az irányítás. Enyém az irányítás. Miután indítottam a motort, és biztonságban visszatértünk a bázisra, nem harsant fel semmiféle dicsimnusz. Még csak nem is nagyon beszélgettünk. Bolé pilota fülkéjében nem járt külön dicséret pusztán azért, mert végeztem a dolgomat. Végül egy tiszta reggelen a repülőtér felett megtett néhány rutin gyakorló kört követően lágyan landoltunk, Bolé pedig úgy ugrott ki, mintha lángokba borult volna a Firefly. Mi a gond? Itt az idővel szadnagy. Itt az idő, mire? Az első szóló repülésre. Ó, rendben. Felszálltam. Miután első lépésként meggyőződtem arról, hogy az ejtőernyőn be van szíjazva, egy vagy két gyakorló körtettem meg a repülőtér körül, miközben végig beszéltem magamhoz. Maximális tolóerő, tartsd a kereket a fehér vonalon húzd fel lassan, döntsd be az órát, ne ess át, fordulj emelkedés közben, állíts szintrepülésbe, rendben, most hátszeled van, rádiózza toronynak, ellenőrizd a földi jelzéseket, leszállás előtti ellenőrzések, csökkentsd a tolóerőt, kezd meg a süllyedést a fordulóban, ez az, készülj, engedd ki, kerülj vonalba. Háromfokos repülési pálya, Tartsd az órát a futópálya csíkjain. Kérj a leszállásra. Irányítsd oda a gépedet, ahol szeretnél leszállni. Eseménytelen, egyérintéses landolást teljesítettem, majd kitaxisztam a leszálló Az átlagos szemlélő számára ez a manőversorozat a repüléstörténet történet leghét köznapi beseményének tűnhetett. Nekem azonban életem egyik legcsodálatosabb pillanatát jelentette. Máris pilótává váltam volna? Aligha. Minden esetre jó úton jártam, hogy az legyek. Kiugrottam és odamasíroztam buléhoz. Legszívesebben lepacsíztam volna vele, meghívtam volna egy italra, de ilyesmi persze szóba sem jöhetett. Egyáltalán nem akartam tőle elbúcsúzni, mégis ez volt a következő szükséges lépés. Szóló repülésem teljesítése után kiképzésem újabb fázisába kellett lépnem. Bulli kedves szavajárása szerint itt volt az idő. 30. A királyi légierő sevböri bázisára költöztem át, és ráébredtem, hogy a helikopterek a Firefly-nál sokkal bonyolultabb gépezetek. Már a repülést megelőző ellenőrzések is bonyolultabbak. Csak bámultam a kapcsolók galaxisát, és arra gondoltam, hogyan fogom én ezt mind megjegyezni. Valahogyan mégis sikerült. Két új repülés oktatom, Lazel és Michel főtörzsörmesterek figyelő tekintetétől kísérve, lassacskán az összeset megtanultam. Rövid időn belül felszálltunk, a forgószárnyak csak úgy hasították a habszerű felhőket. Ez valóban az ember által átélhető legnagyszerűbb fizikai jelenségek egyike. Sok szempontból a repülés legtisztább formája. Amikor először teljesen függőlegesen emelkedtünk a magasba, az volt az első gondolatom, hogy erre születtem. Aztán megtanultam, hogy a helikopter esetében nem a repülés jelenti a legnagyobb kihívást, hanem a lebegés. Legalább hat hosszú foglalkozást szenteltünk ennek az egyetlen feladatnak, mert elsőre talán könnyűnek tűnhet, de nem kell hozzá sok idő, és gyakorlatilag lehetetlennek tűnjön. Valójában minél többet gyakoroljuk a lebegést, annál kevésbé látszik megvalósíthatónak. Ennek legfőbb oka a lebegés majmainak nevezett jelenségben keresendő. Közvetlenül a talaj felett a helikopter különböző tényezők, a légáramlás, a lefelé irányuló szívóhatás és a gravitáció ördögien gonosz összjátékának áldozatává válik. Először inog, majd rászkódik, aztán előre és hátra, illetve oldalirányba fordul, mintha mindkét leszálló talpon láthatatlan majmok függeszkednének és rángatnák. A helikopterrel végrehajtandó leszálláshoz le kell rázni ezeket a majmokat, aminek az az egyetlen módja, hogy figyelmen kívül hagyjuk őket. Ezt persze sokkal könnyebb mondani, mint megvalósítani. Időről időre a lebegés majmai mégiscsak kifogtak rajtam, és Cseké Víg azt jelentett, hogy kifogtak a velem együtt kiképzés teljesítő többi pilóta jelöltön is. Magunk között kitárgyaltuk ezeket a kis szemétládákat, ezeket a láthatatlan gonosz manókat. Meggyűlöltük őket, és rettegtünk a szégyentől, meg a dühtől, ami akkor tört ránk, amikor a bestiák ismét kicseleztek bennünket. Egyikünk sem tudott rájönni, hogy miként állítsa helyre a repülő szerkezet egyensúlyi állapotát, és hogyan tegye le úgy a gépet, hogy közben ne csapja oda, és horpassza be a törzset, vagy horzsolja meg a leszálló talpakat. A megszégyenülés végső stációja az volt, amikor a landolás következményeként az aszfalton keletkező nyomokat hátrahagyva kellett eloldalognunk a leszállóhelytől. Első szóló repülésünk napján mindannyian az esélytelenség tudatában jelentünk meg a helyszínen. A lebegés majmai. Csak ezt lehetett hallani a vízforraló és a kávés csészék felett. Amikor sorra kerültem, bemásztam a helikopterbe, elrebegtem egy imát, és engedélyt kértem a toronytól. Engedély megadva. Beindítottam, felszálltam és az erős szél ellenére minden gond nélkül tettem néhány kört a repülőtér körül. Aztán elérkezett a döntő pillanat. A forgalmi előtér felületén nyolc kör volt felfestve. Ezek egyikén belül kellett landolnunk. Az előtértől balra egy hatalmas ablakokkal ellátott, narancsszínű téglaépületben várta sorára a többi pilóta és tanuló. Tudtam, hogy az ablakoknál állva figyelnek, miközben éreztem, hogy a lebegés majmai már a gépen csimpaszkodnak. A helikopter rászkódott. Húzzatok innen, ordítottam. Hagyjatok békén. Küzdöttem a kezelőszervekkel, de végül sikerült letennem a helikoptert az egyik körömbelül. belül. Miután besétáltam a narancsszínű épületbe, melkasomat kidüllesztve, Büszkén foglaltam helyet az ablaknál, és figyeltem a többieket. Alaposan megizzadtam, de mosolyult az arcomra. Néhány tanulónak aznap meg kellett szakítani a landulást. Egyikük egy közeli füves területen kényszerült leszállni, még egy másik annyira bizonytalanul ért talajt, hogy a tűzoltó és a mentőegységnek is a helyszínre kellett sietnie. Amikor besétált a narancsszínű épületbe, láttam a szemében, hogy pontosan úgy érzi magát, ahogy a én éreztem volna magamat az ő helyében. Egy része őszintén azt kívánta, hogy bárcsak összetörte és megégette volna magát. 31. Ez időtájt Shropshire-ben éltem Willivel, aki szintén pilóta képzésen vett részt. Valakinek a birtokán rálelt egy a bázistól tíz perszínre lévő kiadóházra, és meghívott, hogy lakja én is ott vele. Vagy talán én hivattam meg magamat? A ház lakályos és elbűvölő volt, éppen egy keskeny országút mellett, és néhány dús lombkoronájú fa mögött. A hűtőszekrény dugig volt az apu konyha főnöke által küldött, vákum vákumcsomagolt ételekkel. Volt ott tejszínes csirke és kör is marha rizssel. Az épület hátsó részénél csodálatos istállók sorakoztak, kellő magyarázatú szolgálva az összes helyiséget betöltő lószag eredetére. Mindkettőnknek kedvére való volt ez az elrendezés. Most először laktunk együtt az íton és jó mókának tűnt. Még nagyszerűbbé tette a helyzetet, hogy közösen éltük át a nagyszerű pillanatot, a Mördok médiabirodalom működésének diadalmas leleplezését. Több hónapnyi vizsgálatot követően sikerült végre azonosítani, bilincsbe verni és letartóztatni a Mördok érdekeltségébe tartozó, legmocskosabb szennylapoknak dolgozó újságírók és szerkesztők bandáját. A vád szerint ezek az emberek különböző személyeket, köztük politikusokat, hírességeket, a királyi családtagjait zaklatták. Végre fény derült a korrupcióra, és kilátásban volt a megfelelő büntetés kiszabása is. A rövid időn belül megnevezett gazemberek közé tartozott Hüvelyk Matyi is, ugyanaz az újságíró, aki még sokkal régebben tette közzé abszurd koholmányát, egy az ítomban szerzett hüvelykúj sérülésemről. Én szépen gyógyultam, a hüvelyk Matyi névre keresztelt fickó viszont sehogyan sem akart jobb útra térni. Sőt, csak még bitangabb figura vált belőle. Szépen kapaszkodott felfelé a nyomtatott sajtó világának ranglétráján, és miután főnökké vált, egy egész csapat hüveik Matyi várta utasításait, aztán válogatás nélkül hekkelték meg az emberek telefonjait. Égbe kiáltó bűncselekmények, hüveik Matyi viszont nevetséges módon azt állította, hogy nem tudott róluk. És vajon kibukott még le? Rehaber Cooks, pontosan az a gyűlöletes szerkesztő, aki kitalálta a rehabilitációs kezelésemről szóló történetet. Benyújtotta lemondását, majd két napra rá őrizetbe vették a rendőrök. Ó, micsoda megkönnyebbülést éreztünk ekkor, saját magunk és az ország szempontjából is. Hasonló végzetért utol másokat is az összes ellenünk áskálódó, ránk vadászó hazug figurát. Hamarosan elveszítik az állásukat, ebből szerzett vagyonukat, amit a brit történelem egyik legdurvább bűncselekmény sorozatának elkövetése közben halmoztak fel. Elérkezett az igazság pillanata. Végtelenül boldog voltam, akár csak Willy. Dicsőséges fordulat volt, hogy gyanunk megerősítést nyert, és legszűkebb baráti körünk tagjainak esetleges érintettségét is kizárhattuk. Mégsem voltunk tehát teljesen őrült paranoid emberek. Valóban rossz irányba haladtak az események. Tényleg elárultak bennünket, ahogy azt már korábban is sejtettük. Ehhez azonban a testőreinknek és a legjobb barátainknak nem volt semmi közük. A felelősök ismét csak a Fleet Street-i sumákok voltak, no meg a londoni rendőrség amely valamilyen érthetetlen okból kifolyólag nem végezte a munkáját, és minduntalan elutasította, hogy érdemben vizsgálódjon és letartóztassa a nyilvánvaló módon törvényszegő embereket. A kérdés csak az, hogy miért történt így. Megvesztegetés, leszámolások, esetleg valamilyen összejátszás miatt, vagy csupán félelemből. Hamarosan fény derül erre is. A közvélemény elszörnyet. Ha az újságírók az úgynevezett hatalmukat gonosz célokra használják, akkor a demokrácia bizony igencsak síralmas állapotba kerül. Továbbá, ha megengedik nekik, hogy a kiemelt közszereplők és kormányzati tisztviselők biztonsága érdekében hozott rendszabályokat kiátszák, akkor végső soron ők maguk mutatnak lehetséges példát a terroristák számára is. Innentől kezdve már mindent szabad, és bármi megtörténhet. Senki sincs biztonságban. A britek nemzedékek óta csak annyit mondanak egy fanyarmosói kíséretében, nos, az újságjaink természetesen csapnivalók, de mit is tehetnénk? Ekkor azonban még ez a fanyarmosó is lehervadt az arcokról. Általános egyetértés mutatkozott abban, hogy valamit mindenképpen tenni kell. Még a legnépszerűbb vasárnapi újság, a mördök érdekeltségbe tartozó News of the World házatája felől is halálhörgés hallatszott. Kétségessé vált a hekkelési botrány legfőbb felelősségének túlélése. A hirdetők a távozást, az olvasók pedig a bolykottot fontolgatták. Lehetséges, hogy mördök groteszk, kétfejű, cirkuszi teremtménye számára valóban közeleg a vég, új korszak jelent meg a láthatáron. Furcsa volt a helyzet. Miközben Vilivel vidám hangulatba kerültünk az események miatt, nem nagyon tárgyaltuk ki részletekbe menően. Rengeteget szórakoztunk és röhögtünk abban a házban, boldogan beszélgettünk órákon át, sok minden egyébről, erről viszont ritkán. Lehetséges, hogy túl fájdalmas volt számunkra a téma, vagy még nagyon feldolgozatlan. Talán nem akartuk elkiabálni a dolgot. Semmiképpen nem mertünk még pesgőt bontani addig, amíg nem látjuk a fotókat, Rehabber Cooksról és Üveik Matyiról, ahogy ugyanabban a cellában ülnek. Ugyanakkor lappangot köztünk bizonyos feszültség, bár ennek okát nem teljesen értettem. Amikor ebben a házban laktunk, megállapodtunk abban, hogy a ritka alkalmak egyikeként közösen adunk interjút egy repülőgép hangárban a Showbury bázison. Az esemény alatt Vili véget nem érően a szokásaimra panaszkodott. Azt állította például, hogy Harry trehány alak, és Harry horkol. Ránéztem. Ugye csak viccel? Mindig összetakarítottam magam után, és nem horkoltam. Ráadásul vastag falak választották el a szobáinkat, így még akkor sem hallhatott volna, ha történetesen valóban horkolok. Mindezek hallatán a riportert elfogta a nevető görcs, én azonban közbevágtam. Hazugság, hazugság! Ettől pedig csak még harsányabban kacagtak, Vili is. Én is nevettem, mivel gyakran ugrattuk egymást ilyesmivel, a felvételeket visszanézve azonban most már azon tűnődöm, hogy nem volt -e ennek a tréfának valami más oka is? Engem akkor tájt éppen arra képeztek ki, hogy idővel a frontvonalba harcolhassak, Willinek pedig szintén ez volt a célja, a palota azonban keresztül húzta a számításait. A tartalék? Csak hadd rohangáljon ott a harc mint egy kergebirka, ha már annyira vágyik erre. Na de az örökös, szó sem lehet róla. Vili kutató és mentőpilóta kiképzést kapott, és meglehetősen komoly csalódottságot érzette miatt. Szerintem ez esetben rosszul látta a helyzetet. Úgy vélem, nagy jelentőségű és fontos munkát végzett, mivel minden héten életeket mentett. Büszke voltam rá egyszer-s mind, nagyon tiszteltem őt azért, ahogyan teljes szívéből a felkészülésnek szentelte magát. Mégis sejtenem kellett volna, mit érezhet. Túlságosan is jól ismertem a kétségbeesést, ami akkor uralkodik el rajtunk, ha több évnyi felkészülést követően vonnak vissza minket a harctéri cselekményekből. 32. A Showbury bázisról a Middle Wallopi támaszpontra költöztem. A hadsereg értékelése szerint már tisztában voltam azzal, hogyan kell helikopterrel repülni, csak még el kellett sajátítanom a kapcsolódó harcászati tevékenységeket. Miközben más egyébbel is foglalkozom, sok egyéb dologgal, például térképolvasással, célpont meghatározással, rakéta kilövéssel, rádiókommunikációval, vagy éppen azzal, hogy zacskóba piséjek. Többféle feladat egyidejű elvégzése a levegőben, 260 km per sebességnél nem való mindenkinek. Ennek a Jedi elmetrüknek az elsajátítása érdekében az agyamat, a szinapszisaimat újra kellett programozni. Az idegi újratervezés komoly folyamatába joda szerepe az én esetemben Nigelnek jutott, vagy Nigelnak, ahogy sokan szólították. Ráhárult az a nem éppen irigylése méltó feladat, hogy negyedik és minden bizonyal legfontosabb instruktoromként oktasson engem. A kiképzés a Scuriel, azaz Mókus nevű gépen zajlott. Így hívják a köznyelvben azt a kisméretű francia gyártmányú egymotoros helikoptert, amin a legtöbb brit pilóta jelölt tanult. Nigel nem is annyira az általunk használt gépre, mint inkább a képletesen az elménben tanyázó Mókusokra fókuszált. Kifejtette, hogy ezek a jószágok az emberi összpontosítás legősi ellenségei. Befészkelik magukat a tudatomba, anélkül, hogy tudnék róla. Fondorlatosabbak, mint a láthatatlan majmok, éppen ezért sokkal veszélyesebbek is. Nágy azt bizonygatta, hogy csak is a vasfegyelem révén szabadulhatok meg tőlük. Egy helikoptert könnyen ura a munk alatt tarthatunk, az elménk feletti ellenőrzés megszerzéséhez azonban több időre és türelemre van szükség. Idő és türelem, gondoltam magamban türelmetlenül. Most éppen egyiknek sem vagyok bővében. Nájgy, gyerünk, vágjunk bele. Nájgy azt is elmondta, hogy szükségünk van egyfajta egoizmusra, önmagunk szeretetére, ami a magabiztosságban ölt testet. Magabiztosság, Velsz hadnagy, Higgyen magában. Ez a legfontosabb. Érzékeltem szavaiban az igazságot, de nem tudtam elképzelni, hogy valaha is képes leszek hasznosítani a gyakorlatban. Az a helyzet, hogy nem hittem magamban. Semmiben sem hittem igazán, de magamban a legkevésbé. Amikor hibáztam, és ez gyakran megtörtént, akkor kíméletlen voltam Harryvel, mint a ha besült volna az agyam, akár egy túlmelegedett motor. Leszállt a vörösköd, vagyis megszűntem gondolkodni és működni. Nem, szólt rám Nájcs finoman ezekben a helyzetekben. Velszad well, nagy, ne hagyja, hogy egyetlen hiba tönkre az egész repülést. Én azonban hagytam, hogy egy hiba akár számos repülést is tönkre tegyen. Önutálatom néha indulatossá tett Nájcsal szemben is. Miután egyszer kritizált, visszaszóltam. A fenébe is. Most akkor már vezesse maga a gépet. A fejét rázta. hadd nagy, Hozzá sem érek a kezelő szervekhez. Most pedig leszállunk, mégpedig úgy, hogy maga teszi le a gépet, aztán megbeszéljük a történteket. Kinézete alapján soha senki meg nem mondta volna, de herkulesi akarattal és kitartással bírt. Átlagos testmagassággal és felépítéssel rendelkezett, acél szürke haját gondosan az egyik oldalra fésülte. Ragyogóan tiszta zöld overált, és makulátlanul tiszta szemüveget viselt. A haditengerészet polgári öltözetben szolgáló tisztje volt. Egy kedves nagyapa, aki imád vitorlázni. Igazi csúcs volt a fickó. Lélekben viszont egy kőkemény ninja, és akkor nekem pont egy ninjára volt szükségem. 33. Néhány hónap alatt Nige a ninja megtanította arra, hogy a repüljek helikopterrel, miközben számtalan egyéb dologra is figyelnem kell. Mindezt ráadásul némi pozitív önértékelés birtokában. A foglalkozások középpontjában természetesen a pilóta képzés állt, persze a jelenből visszatekintve látom, hogy életre szóló tanulságokat is kaptam. Idővel és fokozatosan többségbe kerültek a hasznos és építő, tehát a jó alkalmak a rosszakkal szemben. Akár jó volt, akár rossz, a Nájdzsmester dogyójában eltöltött minden 90 perces menet kimerítő volt. A földetérés után arra gondoltam, szükség lenne egy kis pihenésre. Először azonban a repülés értékelésére került sor. Ilyenkor tett igazán próbára Nájdzs, a Nidja, mivel soha nem szépítgette a mondandóját. Nyersen, szókimondó és kedélyesen sértő tudott lenni. Ezeket mindenképp hallanom kellett, ő pedig nem foglalkozott azzal, milyen hangnemben mondja el a véleményét. Védekező alapállást vettem fel. Ő nyomta tovább. Mindörökké gyűlölni foglak tekintetült ki az arcomra. Csak nyomta tovább. Igen, persze, értem, mondtam, és csak nyomta tovább. Már nem is hallgattam, mit mond. Szegény Nájcs, még mindig csak nyomta tovább. Most már tudom, hogy az egyik legőszintébb ember volt, akit valaha ismertem. Ismerte a titkot, amit a legtöbben nem hajlandó kell fogadni, nevezetesen azt, hogy az igazság rendszerint fájdalmas. Azt akarta, hogy higgyek magamban, és ez a hit nem épülhet hamis ígéretekre és megtévesztő dicséretekre. A kiválósághoz vezető út csak is szikártényekkel lehet kikövezve. Persze nem ellenezte kategórikusan az elismerés és dicséret alkalmazását. Egyik nap szinte már távoztában azt mondta, nem úgy nézek ki, mint aki bármitől is félne. Ha szabad megjegyeznem velszad nagy, maga nem aggódik túlságosan a halál miatt. Ez igaz. Elmagyaráztam neki, hogy 12 éves korom óta nem félek a haláltól. Bólintott. Megértette, tovább léptünk. 34. Nigel utamra engedett, akár egy sérüléséből felgyógyult madarat. Ezzel a bizonyítványjal a hadsereg kinyilvánította, hogy készen állok a repülések megkezdésére apacs helikopteren. Illetve dehogy is. Volt még egy csavar a történetben. Még nem kezdhettem meg a repülést az apacs helikopteren, helyette be kellett ülnöm egy ablaktalan osztályterembe, és olvashattam az apacsokról. Arra gondoltam, lehet-e ennél bármi kegyetlenebb? Helikopterrel kecsegtettek, erre kapok egy rakás házi feladatot. Három hónapig tartott a tanfolyam, ez alatt kis híján begolyóztam. Esténként a tisztiszárnyban lévő cellaszerű szobámban. Próbáltam kiszellőztetni a fejemet, amikor testőrömmel vagy telefonon valamelyik haverommal beszélgettem. Felmerült bennem, hogy ott hagyom a tanfolyamot. Sosem akartam apacsal repülni, mondtam, sértődöttem mindenkinek. Én a linkszel akartam repülni. Azt egyszerűbb lett volna megtanulni, és akkor hamarabb visszatérhettem volna a háborúba. A hadtest parancsnokom azonban félre söpörte ezt az elképzelést. Teljesen esélytelen, Harry. Miért ezredes úr? Mert szárazföldi hadműveleti tapasztalattal rendelkezik a felderítés területén, kiváló, előretolt repülés irányító volt, ráadásul remek pilóta. Apacson fog repülni. De az alapján, ahogy repülés, ahogyan a terepviszonyok alapján tájékozódik, bizonyossággal kijelenthetem, hogy maga erre termett. Még hogy erre termettem volna, a tanfolyam valóságos kínzás volt számomra. Mégis időben ott voltam minden nap. Megjelentem az apacs motorjainak részletes adatai tartalmazó gyűrűs iratrendezővel a kezemben, hallgattam az előadásokat, és keményen küzdöttem, hogy ne nyomjon el az álom. Megpróbáltam előcsalogatni elmémből mindazt, amit oktatóimtól, azaz Bully-tól és Nájstól tanultam, az osztálytermet pedig egy a föld felé zuhanó repülőként képzeltem el, ami felett vissza kell szereznem az uralmamat. Aztán egyik nap véget ért a tanfolyam. Közölték, végre valahára engedét kapok arra, hogy beszíjazhassam magam egy igazi apacsba hogy a reptér betonján taxizhassak. Most csak viccelnek, ugye? Azt mondták, csupán négy kiképzési alkalomról van szó. Négy alkalom taxizás. Mint kiderült, a négy alkalom alig volt elegendő arra, hogy maradéktalanul elsajátíthassam a masszív gépmadára a taxizáshoz szükséges ismereteket. Miközben a járművel gurultam, úgy tűnt, mintha gólyalábakon imbolyogna vagy zseliágyon csúszna. Akadtak pillanatok, amikor elgondolkodtam, hogy képes leszek-e egyáltalán valamikor taxizni. Talán itt véget is ér az egész utazás, mielőtt igazából elkezdődhetett volna. Szenvedéseimért részben az ülések elrendezését okoltam. A Firefly-ban és a skrull az oktató mindig a jobbomon foglalt helyet. Át tudott nyúlni, és azonnal korrigálhatta a hibáimat, vagy megmutathatta a helyes eljárást. Búli ráhelyezhette a kezét a kezelő szervekre, Nights pedig épp úgy működtethette a pedálokat, ahogyan én. Rájöttem, hogy életem során a legtöbbet az ilyen helyzetekben voltam képes megtanulni. Az átlagnál is jobban igényeltem egy vezető, egy guru, egy partner jelenlétét. Az apacsban azonban az oktató vagy elől és magasan, vagy pedig hátul és számomra láthatatlanul helyezkedett el. Teljesen magamra maradtam. 35. Az ülések elrendezése idővel már egyre kevésbé volt meghatározó szempont. Napról napra egyre jobban megbarátkoztam az apacssal, Néha pedig már egészen jól éreztem magam benne. Megtanultam odabent egyedül lenni, egyedül gondolkodni, egyedül boldogulni. Azt is elsajátítottam, miként kommunikáljak ezzel a hatalmas, gyors, komisz és csodálatos szörnyeteggel. Beszéltem a nyelvét, és megértettem, amikor közölt velem valamit. Képessé váltam arra, hogy egyidejűleg végezze különböző feladatokat a kezemmel és a lábammal. Nagyra értékeltem, hogy ennyire elképesztő tulajdonságokkal bírt ez a gépezet. Elképzelhetetlenül nagy súlya ellenére egy balettáncos hajlékonyságával volt képes mozogni. A világ technológiai szempontból legösszetettebb, ugyanakkor leggyorsabb helikopteréről beszélünk. Megértettem, hogy miért csupán egy maroknyi ember volt képes vele repülni, és miért kerül dollármilliókba akár egyetlen pilóta kiképzése is. Aztán elérkezett az éjszakai repülés ideje. A zsák elnevezésű gyakorlattal kezdtünk, ami pontosan az, amit az elnevezés sugal. Letakarták az apa csablakait, a pilóta pedig úgy érezhette, hogy egy óriási barna papírzsák belsejében van. Az odakint uralkodó körülményekről és történésekről csak is a műszerek révén szerezhettünk adatokat. Ez az ijesztő és nyugtalanító, de hatékony gyakorlat arra kényszerített, hogy kifejlesszünk magunkban egyfajta másodlagos érzékelési és látási képességeket. Felemelkedtünk az apacsal a valóságos éjszakai égbe, majd egyre nagyobb köröket leírva repültünk a bázis környékén. Kisé remektem, amikor először lebegtünk át a Salisbury fensík és sivár völgyei, erdőségei felett, ahol az első gyakorlatok alkalmával vonszoltam magamat. Ezután már a lakott terület felett repültünk, végül szemünk elé tárult London. A sötétségben is csillogó temze, a csillagokra kacsintó milléniumi óriáskerék, a parlament, a Big Ben és a paloták. Azon tűnődtem, vajon ott tartózkodik-e éppen Nagyi, és ébren van-e még. Elcsendesedtek-e már a korgik, miközben én könnyedén suhantam, bolyhos kis fejük felett? Felvonták-e a zászlót? A sötétben már teljesen jártassá váltam a monokli, vagyis az apacs leginkább bámulatba ejtő és legendás műszerének használatában. A helikopter elhelyezett érzékelő egy kábelen keresztül közvetítette a képeket a műszerfalra, ahonnan a sisakomra a jobb szemem elé csíptetett monokliba továbbította az adatokat a rendszer. Ezen az egységen keresztül szereztem meg összes értesülésemet a külvilágról. Érzékelésem erre a kicsin kapura korlátozódott. Először olyan volt, mintha a lábujjammal írnék, vagy a fülemen át lélegeznék, Idővel azonban teljesen megszoktam. Aztán egyszer csak történt valami rejtélyes dolog. Egyik éjjel London felett kőröztem, amikor hirtelen elvakított valami, és egy pillanatig azt hittem, hogy a temzébe zuhanok. Világos árnyalatú színeket, leginkább smaragzöldet láttam, majd néhány másodperc után rádöbbentem, hogy valaki lézerfényjel világított ránk a földről. Zavarodott és dühös voltam, Egyszer s mint meggyőztem magamat arról, hogy akár hálás is lehetek a tapasztalatért és a gyakorlásért. Valamint természetellenes és érthetetlen módon azért a kósza emlékért is, amit ez az esemény hozott a felszínre. Mohamed Al-Fayed Willinek és nekem egy-egy lézerceruzát adott régebben, mégpedig a tulajdonában álló Harrodsból. Ő mami szeretőjének apja volt, és talán így próbált minket megnyerni magának. Ha ez volt a szándéka, akkor tökéletesen elérte a célját. Úgy éreztük, hogy ezek a lézerek zseniális holmik. Úgy csapkodtunk velük, mintha fénykardok lettek volna. 36. Apacs kiképzésem legvégéhez közeledve kaptam még egy oktatót a Szaffölki Wetishen bázison. Feladata az utolsó finom hangolások elvégzése volt. Amikor először találkoztunk és kezet ráztunk, sejtelmes mosolyult az arcán. Visszamosolyogtam. Ő azonban továbbra is csak mosolygott. Ismét elmosolyodtam, közben tűnődtem, vajon miért mosolyog. Azt gondoltam, gratulálni fog valamihez, esetleg szívességet kért tőlem. Ehelyett megkérdezte, hogy felismerem-e a hangját. Nem. Elmondta, hogy annak az egységnek volt a tagja, ami kihozott engem a frontvonalból. Ó, még 2008-ban? Igen. Felidéztem, rádión beszélgettünk egymással röviden akkor éjjel. Emlékszem, mennyire ki volt készülve. Igen. Hallottam a hangján. Igen, nagyon feldúlt voltam. Széles mosoly. Most pedig itt van. 37. Már csak néhány nap volt hátra a 25. születésnapomig, ami kiemelt fontosságúnak tűnt. Barátaim mondták, hogy ez a kor komoly vízválasztó lehet a fiatal férfiak és nők számára, akik éppen életútjuk sorsfordító elágazásához érnek. 25 éves korunkban tehetünk egy határozott lépést előre, vagy elkezdünk hátrafelé araszolni. Én készen álltam arra, hogy inkább előre haladjak. Úgy éreztem, mintha évekig egy zsákban repkedtem volna. Emlékeztettem magam, hogy ez az évforduló a családban is meghatározó dátumnak bizonyult többek életében. Például nagyjéban. 25 esztendős korában lett Anglia történetének 64. uralkodója. Úgy döntöttem, hogy életeme fontos születésnapját, egy utazással teszem különlegessé. Újra bocvánába készültem. Ott volt az egész csapat, tagjai a torta és a koktélok fogyasztása közben megállapították, ismét mennyit változtam. Az első harci küldetésemet követően idősebbnek, erősebbnek, keményebbnek, most viszont stabilabbnak tűntem, mint aki két lábbal áll a földön. Különös, gondoltam. Most teljesítettem egy pilóta képzést, és két lábbal állok a földön. Senki sem dicsért vagy halmozott el jobban szeretetével, mint ti és Mike. Egyik este azonban egy kései órán Mike sort kerített velem egy bizalmas, de némileg komor hangulatú beszélgetésre. Konyhaasztaluk mellett ülve hosszan taglalta Afrikához fűződő viszonyomat. Azt mondta, Elérkezett az ideje, hogy megváltoztassam ezt a kapcsolatot. Eddig csak kivettem, részesültem és profitáltam belőle, ami a brittek jellegzetes megközelítése. Most azonban illene belőle valamit viszonoznom. Évek óta hallottam már, ahogyan ti és mások is panaszkodtak a saját területüket is érintő világjelenségekkel kapcsolatban. Klímaváltozásról, orvadászatról, a szájról és bozót tűzről beszéltek. Én voltam a baráti körükben az egyetlen személy, aki ismertsége révén tehet valamit, szócsőként hangot adhat globális szinten is a problémáknak. Mit tehetek, Mike? Világíts rá a jelenségre! 38. Társaságunk egy csoportja lapos fenekű motorcsónakokba szállt, és elindult felfelé a folyón. Néhány napra tábort vertünk, távoli szigeteket jártunk be. Több kilométeres körzetben senki sem volt ott rajtunk kívül. Egyik délután megálltunk a Kingsfisher szigetnél, kevertünk némi italt, és néztük a naplementét. Az eső rózsaszín árnyalatúra festette a fényeket. Zenét hallgattunk, minden lágynak, álomszerűnek és időtlennek tetszett. Miután eleveztünk a parttól, hirtelenjében két problémával is szembesültünk. A sötétséggel és egy óriási viharral. Ezek külön-külön sem kívánatos jelenségek az okavangónál. Na de együtt valóban bajba kerültünk, aztán megérkezett a szél. A sötétségben és a tomboló viharban lehetetlen volt navigálni a folyón. A víz veszettül dobált és pörgetett minket, motorcsónakunk vezetője kidőlt. A homokzátonyokat szántottuk. Úgy éreztem, hogy aznap este a folyóban végezzük. A zajokat túl kiabálva közöltem, hogy átveszem a kormányt. Felrémlik a villámok ragyogása és a dörgések szeizmikus robaja. Tizenketten voltunk a két hajóban, és senki nem szólt egy szót sem. Még a legtapasztaltabb Afrika járó hajósok arcán is feszültség tükröződött, de úgy tettünk, mintha úrai lennénk a helyzetnek, ezért tovább tettük a zenét. A folyó hirtelen összeszűkült, majd élesen elkanyarodott. Elkeseredetten küzdöttünk, hogy visszajussunk, de muszáj volt türelmesnek lennünk. Engedelmeskednünk kellett a folyónak, arra haladtunk, amerre vezetett. Hirtelen egy masszív villanás két másodpercre nappali világosságba borította a tájat, és megláttuk, hogy hatalmas elefántok egy csordája áll pontosan előttünk a folyó közepén. A pillanatnyi fényárban egyikük szemébe meredtem. Láttam még kiálló hófehér agyarait, sötét, nedves bőrének minden egyes redőjét, a válla felett csapdosó vizet és az elefánt angyalszány formájú óriási füleit. Valaki azt csúgta: Szent ég! Más valaki pedig kikapcsolta a zenét. A vezetők leállították a motorokat. Teljes csöndben siklottunk a megáradt folyón, és vártuk a következő villanást. Amikor bekövetkezett, megint láthattuk a csodálatos teremtményeket. Mélyen a hozzám legközelebb lévő elefánt szemébe néztem, ő meg az enyémbe, ettől az apacs mindent látó érzékszerve, és a kohinor gyémánt jutott eszembe, és egy kamera elefánt szemhez hasonlatos, domború üveges lencséje, azzal a különbséggel, hogy a kamerák mindig is idegesítettek, míg az állat szeme biztonságérzetet nyújtott. Ez a szem nem ítélkezett, nem méregetett, egyszerűen csak létezett. Ha bármit is meg tudtam állapítani, akkor az a szem talán egy kicsit könnyezett. Lehetséges lett volna. Tudjuk ezekről az állatokról, hogy képesek sírni. Temetést rendeznek elhúnyt szeretteiknek, és amikor egy halott elefántról elnek a bozótosban, akkor megállnak, hogy tisztelegjenek előtte. Egy ilyen szertartást zavartunk volna meg motorcsónakjainkkal, vagy csak éppen így gyülekeztek, esetleg egy úgynevezett próbát szakítottunk félbe megjelenésünkkel. Az ókorból ismert történetben az elefánt egymagában gyakorolta azokat a bonyolult tánclépéseket, amiket egy közelgő diszemle alkalmával kell bemutatnia. A vihar egyre erősebben tombolt, mennünk kellett. Újra Újraindítottuk a motorokat és tovasiklottunk. Viszlát, suttogtuk az elefántoknak. A folyó közepére navigáltam, rágyújtottam, és rögzítettem emlékezetemben ezt a találkozást, melyben a köztem és a külső világ közötti határvonal elmosódott, talán el is tűnt. Egy röpke pillanatra minden egyetlen egésznek látszott, és értelmet nyert. Éreztem, emlékeznem kell, milyen volt ennyire közelről megtapasztalni az igazságot, mégpedig a valódi igazságot. Az élet nem feltétlenül csodálatos ugyanakkor nem is rettenetes. Emlékeznem kell erre az érzésre, és meg kell értenem, amit Mike mondott nekem. Világíts rá a jelenségre. 39. Hivatalosan is pilóta lettem. Apu pedig a hadsereg légierejének tiszteletbeli ezredeseként tűzte melkasomra a légierő jelvényét. 2010. májusát írtuk. Boldog nap volt ez számomra. A kék barrettjét viselő apu hivatalosan átnyújtotta új sapkámat. Feltettem a fejemre, és szalutáltunk egymásnak. Ez talán még egy ölelésnél is bensőségesebb gesztus volt. Ott volt még Camilla, valamint mami nővérei, és Charles, akivel újból együtt voltunk, aztán hamarosan szakítottunk. Ezúttal sem volt más választásunk. Továbbra is ugyanazokkal a megoldatlan problémákkal küzdöttünk. Chelsea utazgatni akart és élvezni szerette volna a fiatalságot, én viszont ismét háborúba készültem. Rövidesen számíthattam az indulásra. Ha együtt maradunk, akkor szerencsés esetben is csak néhány alkalommal láttuk volna egymást az elkövetkező két év során, ami azért a legnagyobb jó indulattal sem nevezhető igazi kapcsolatnak. Egyikünk sem lepődött meg tehát azon, hogy ismét ugyanabban az érzelmi zsák utcában kötöttünk ki. Isten veled, Chelsea! Isten veled, Hazza! Attól a naptól fogva, hogy hivatalosan is pilóta lettem, már ő is szabadon szárnyalhatott. Még egyszer utoljára elmentünk bocvanába. Csak egy utolsó utazásra a folyón felfelé mondogattuk, és tettünk még egy utolsó látogatást Tínél és mike -nál. Remekül éreztük magunkat, és természetesen meginoktunk szilárd elhatározásunkban. Időről időre felvetettem különböző lehetőségeket, amelyek révén mégis működőképes maradhatna a kapcsolat. Chelsea is partner volt ebben. Annyira nyilvánvaló volt makacs és rögeszmés ragaszkodásunk, hogy végül tínek kellett közbeavatkoznia. Itt a vége, gyerekek. Csak halogatjátok az elkerülhetetlent közben pedig teljesen becsavarodtok. A kertjében felvert csátorban ültünk. Ott volt velünk, miközben mindkettőnk kezét fogva próbálta megértetni velünk a fájdalmas igazságot. A szemünkbe nézve bíztatott minket a végleges szakításra. Ne vesztegessétek a legdrágább kincset, az időt. Tudtam, hogy igaza van. Ahogy buli őrmester szokta mondani, itt az idő. Igyekeztem még csak nem is gondolni erre a kapcsolatra. Igazság szerint semmilyen kapcsolatra. Miközben bocvanából hazafelé repültem, arra gondoltam, el kell foglalnom magamat. Még arra a rövid időre is, ami hátra van Afganisztánba indulásomig. Ebből a megfontolásból leszutóba utaztam Willivel. Meglátogattunk néhány Szent Bél által épített iskolát velünk tartott szó herceg is, aki röviddel azután lett velem együtt 2060-ban a jótékonysági szervezet társalapítója, hogy elvesztette édesanyját, és szintén aktív harcosa volt a hív ellen folytatott küzdelemnek. A herceg kalauzolt minket, hogy utunk során számos gyerekkel találkozhassunk. Mindegyikük története szívfacsaró volt. Leszotóban akkoriban 41 néhány év volt a születéskor várható átlagos élettartam, míg ugyanez az adat Nagy-Britanniában 79 év volt a férfiak, 82 a nők esetében. Gyermeknek lenni Leszotóban majdnem olyan volt, mint középkorúnak lenni Manchesterben. Ennek okai bonyolultak és összetettek, de a legfőbb tényezőnek a hívfertőzés számított. A leszotói felnőttek egynegyede hív-pozitív volt. Két vagy három nap elteltével e. Szíjszó so herceg társaságában elindultunk, hogy távoli vidékek, gyakran mindenfajta közszolgáltatás hiány működő iskoláit keressük fel. E. Szíjszó so herceg ajándék vadpóniai hátán tettük meg az út egy részét. A hideg ellen takarókkal is ellátott, ezeket köpönyekként borítottuk magunkra. Első megállónk egy ködbe burkolózó, fagyos falu, Sze-Mong-Kong volt. A település a tenger szintje feletti 2100 méteres magasságban húsapkával borított hegyek között feküdt. Sűrű pamacsok formájában vált láthatóvá a lovak által kilélegzett meleg levegő, amint egyre feljebb értünk. Amikor már nagyon meredeken emelkedett az út, teherautókra váltottunk. Érkezésünkkor azonnal az iskolához mentünk. A pásztor fiúk hetente kétszer látogatták az intézményt, ahol melegételt kaptak és oktatásban részesültek. A félhomályban a petróleum lámpa fényénél követtünk egy tanórát, majd egy tucat fiúval leültünk a padlóra. A legfiatalabb közülük nyolc éves volt. Meghallgattuk, amint elmesélték, milyen körülmények között jutnak el az iskolába. A történet minden képzeletet felülmúl. Tizenkét órán át őrzik a marhákat és birkákat, majd két órán keresztül vándorolnak a hegyi hágókon át, hogy számolni, olvasni és írni tanulhassanak. Ilyen nagy volt bennük a tudásvágy. Le kellett küzdeniük a lábfájást, a kegyetlen hideget, és még ennél is rosszabb dolgokat. Roppant sebezhetőek voltak útközben. Dacoltak az elemekkel, de többüket villámsújtott a halára. Sokukat kóbor kutyák támadták meg. Aztán jóval halkabban elmondták, hogy számosan váltak csavargók, tolvajok, nomádok vagy más férfiak szexuális zaklatásának áldozatává. Elszégyeltem magamat, amiért az iskoláimmal kapcsolatban valaha is zúgolódtam, bármilyen okból is. Szenvedéseik ellenére azért igazi hamisítatlan kisfiúk voltak. Túláradó örömmel és teljesen felvillanyozva fogadták az ajándékokat, például a meleg kabátokat és gyapjusálakat. Felvették az új ruhákat, táncoltak, énekeltek, mi pedig csatlakoztunk hozzájuk. Az egyik fiú inkább oldalra húzódott. Az arca kerek, a tekintete nyílt és őszinte volt. Nyilvánvalóan valami szörnyű teher nyomaszthatta a lelkét. Én pedig úgy éreztem, hogy nem lett volna szerencsés a faggatózni kezdek. Maradt azonban a zsákomban még egy ajándék, egy zseblámpa, amit oda is adtam neki. Azt mondtam, hogy reményeim szerint ezzel minden nap bevilágíthatja az iskolába vezető utat. Mosolygott. Azt próbáltam még mondani, hogy az ő mosolya mindenképpen beragyogja majd az én utamat. Sajnos a szeszotó nyelvben nem nagyon voltam járatos. 40. Nem sokkal Nagy-Britanniába visszaérkezésünket követően a palota közleményben tudatta, hogy Willy megnősül. 2010. novemberét írtuk. A hír az újdonság erejével hatott rám. Vili egyszer sem utalt rá, amikor együtt voltunk leszotóban. Az újságok arról a pillanatról közöltek minden részletükben kidolgozott történeteket, amikor ráeszméltem, hogy mennyire egymásnak való Willy és Két, és milyen mély szerelem fűzi őket össze. Írásaik szerint ennek nyomán döntöttem úgy, hogy Willinek ajándékozom Mamitól örökölt gyűrűmet a legendás Zafirral. A két testvér meghitt pillanatai, sőt, szoros kötődés hármunk között. Talán mondanom sem kell, hogy badarság volt az egész, semmi ilyesmi nem történt. Soha sem adtam Willinek a gyűrűt, mivel nem adhattam neki azt, ami nem az enyém. Már régen megkapta. Mami halála után szerette volna a gyűrűt, én pedig boldogan és örömmel engedtem át neki. Vili az esküvőjelő készületekkel foglalatoskodott, én pedig minden jót kívántam neki, és mélyen magamba fordultam. Hosszan és kimerítően töprengtem arról, hogy miért vagyok egyedül. Mindig is úgy gondoltam, hogy én fogok először megnősülni, mivel annyira vágytam rá. Biztos voltam benne, hogy még fiatalon férjé és apává válok, mert elhatároztam, hogy nem édesapám mintáját követem. Ő idősen lett apuka, ez pedig szerintem problémákat okozott. Gátakat emelt közénk. Középkorú éveire egy megállapodott, szokásaiban megrögzött férfivá vált, aki szerette a napi rendjét. Nem az a fajta apa volt, aki vég nélkül fogócskázott, vagy még jóval sötétedés után is lelkesen labdázott velünk. Illetve egyszer mégiscsak megtörtént valami ilyesmi. A Sandringhamben fogócskázott velünk, és közben csodálatos játékokat eszelt ki. Az egyik során például plétbe betekert minket, mint a hódogot készítene, miközben visongva nevettünk, majd addig ráncigálta a plédeket, amíg szét nem bomlott, és mi ki nem gördültünk a másik végén. Nem tudom, hogy Vilivel kacagtunk-e valaha is ennél önfelettebben, de aztán jóval korábban, annál, mint ahogy mi elfáradtunk volna, apu már le is állt. Nem volt meg benne a kellő lelkesedés és a lendület. Bennem viszont meg lesz. Legalábbis mindig ezt ígértem magamnak. Most pedig azon töprengtem, vajon tényleg megvan-e. A valódi énem lehetett az, amelyik ígéretet tett arra, hogy már fiatalon apa leszek. Vagy az volt a valódi énem, amelyik azzal küzdött, hogy megtalálja a megfelelő szemét, a megfelelő társat, miközben annak megfejtésével küszködtem, hogy ki is vagyok valójában. Miért nem következett be eddig ez az általam kívánatosnak tartott esemény? És mi lesz, ha nem is történik meg? Mi lesz akkor életem értelme és végső célja? Úgy vélem a háború. Amikor már szokás szerint minden egyéb esetűség kikerül a számításból, akkor nem marad más, mint a katonáskodás. Bár csak meg lenne már a bevetés dátuma. A háborúkat követően pedig mindig is ott vár majd a jótékonysági tevékenység. Leszotói utazásunk óta még szenvedélyesebb vágyat éreztem arra, hogy folytassam mami ez irányú munkáját. Abban is eltökélt voltam, hogy felkaroljam az ügyet, amit Mike említett nekem még a konyhaasztalánál ülve. Ez elég is egy életre, mondtam magamnak. Az előbbi gondolatmenetemmel való szerencsés egybeesésnek tekintettem, hogy hírét vettem, miszerint sebesült katonák egy csoportja utazást tervez az északi sarkra. Azt remélték, hogy több milliós összegű felajánlást tudnak összegyűjteni a Walking with the Wounded elnevezésű a sérült háborús veteránokat támogató jótékonysági szervezet révén, és ők lehetnek az első amputált emberek, akik eljutnak az északi sarkig, ráadásul mindenfajta kísérő támogatás nélkül. Meghívtak, hogy tartsak velük. Mindenképpen igent akartam mondani. Leghőbb vágyam volt, hogy igent mondjak. Akadt azonban egy probléma. Az utazást kora áprilisra tervezték, ez az időpont pedig vészesen közel volt küvőjéhez. Minden Mindenfajta nehézség nélkül kellett volna tehát megtennem az utat, oda és vissza, máskülönben azt kockáztattam volna, hogy lemaradok a szertartásról. Az északi sark azonban nem az a hely, ahol ki lehetett zárni a váratlan eseményeket. Mindig akadtak változó, rendszerint az időjáráshoz köthető tényezők, ideges voltam a lehetséges kilátások miatt, a palota emberei pedig nálam kétszerte idegesebbeknek tűntek. Kikértem GLP véleményét. Mosolygott. Ilyen lehetőség csak egyszer adódik az életben. Valóban. Feltétlenül menned kell. De azt is elmondta, hogy először még egy másik helyet kell megtalálnom. Az öt évvel korábbi náci egyenruhás botrányom folyományaként GLP Berlinbe szervezett számomra egy utazást. 2010. decemberét írtuk. Rettenetesen hideg nap volt. Új begyemet a városfalon található golyójúkakba helyeztem. Még mindig friss és eleven helyként tanúskodnak Hitler őrültségeiről, hogy az utolsó emberik harcolnak. Megálltam az egykori berlini falnál, azon a helyen, ahol még korábban az SS kínzó kamrái voltak. Megmertem volna esküdni, hogy hallottam a szélben a gyötrelmes sikolyokat Találkoztam egy nővel, akit Auschwitzba hurcoltak. Beszélt rapságának körülményeiről és az iszonyatról, amit látása, hallása és szaglása révén is megtapasztalni és elszenvedni kényszerült. Emberpróbáló volt végighallgatni a történeteket, ugyanakkor mégis rendkívül fontos volt, hogy elhangozzanak. Itt és most nem mondom el őket, nem a saját történeteim. Már régebben rájöttem, hogy az engem náci egyenruhában megörökítő fotó valójában különböző hibák miatt készülhetett el. Ezek közé sorolnám gondolkodásom és jellemem hibáit. A képzésem hibáját is. Nem csupán az iskolai képzésre, hanem az önképzésre is gondolok, nem voltak pontos ismereteim a nácikról, nem képeztem kellőképpen magamat, nem kérdeztem eleget a tanároktól, és a családoktól és a túlélőktől. Elhatároztam, hogy változtatok ezen. Amíg nem változtatok, addig úgysem válhatok azzá a személyé, akivé válni szeretnék. 41. Repülőm a Spitzbergák szigetcsoportjának egyik tagján ért földet. 2011 márciusát írtuk. A gépből kilépve lassan körbenéztem, hogy befogadhassam a látványt. Fehér, fehér, és még több fehér. elefántcsontszín szín és hófehér árnyalatok, ameddig csak a szem Fehér hegyek, fehér hótorlaszok, fehér dombok, a fehér vidéket pedig nem túlságosan nagy számú fehér útszeli át. A 2000 helyi lakos többségének nem autója, hanem motoros szánya van. A táj olyannyira minimalista és egysikú volt, hogy arra gondoltam, ide költözöm. Esetleg ez lesz az élet célom. Aztán értesültem arról a helyi törvényről, amely megtiltja, hogy bárki fegyver nélkül hagyhatja el a várost, mivel a dombok mögött már szörnyen éhes jeges medvék portyáznak. Ekkor arra gondoltam, talán inkább mégsem költözöm ide. Egy longerbiben nevű városkába, a föld legészakibb településére autóztunk, mindössze 1280 kilométerre feküdt a bolygó legészakibb pontjától. Találkozta mutitársammal, Guy Disney századossal, egy lovassági tisztel, aki a jobb lábszára alsó részét veszítette el, egy kézi páncél elhárító gránátvető fegyver lövedéke miatt. Martin hevitt ejtőernyős zászlóssal, akinek lebénult a karja, miután meglőtték. J.Q. Vangaz őrvezetővel, egy másik ejtőernyőssel, aki szintén egy kézi elhárító gránátvető lövedéke következtében veszítette el a ballábának nagy részét és fél bal karját. Amputált karcsonkját viccesen Némónak nevezte, mindig sikerült megnevettetnie vele. Steve Young egy velszi férfival, akinek egy rögtönzött robbanó szerkezet roncsolta össze a hátát. Az orvosok azt mondták, hogy sohasem fog újra járni, most pedig éppen arra készült, hogy egy 90 kg súlyú szánkót vonszoljon el az északi sarkig. Inspiráló sorok. Elmondtam nekik, mennyire megtisztelő számomra, hogy csatlakozhatom hozzájuk, és a társaságukban lehetek. Ebben a helyzetben még az sem számított, hogy a hőmérséklet mínusz 30 fok alá süllyedt. Valójában annyira rossz volt az idő, hogy el kellett halasztanunk az indulást. Uh, Vili esküvője, gondoltam ekkor, és kezembe temettem az arcom. Néhány napig csak várakoztunk, edzettünk, pizzát és chipset ettünk a helyi pubban. Végeztünk néhány gyakorlatot, hogy szoktassuk magunkat a rendkívül durva hőmérsékleti viszonyokhoz. Narancsszínű, vízbemerülésre alkalmas ruházatba bújtunk, majd beugrottunk a jeges tengerbe döbbenetes, mennyivel melegebb volt a víz a brutálisan fagyos levegőnél. Az idő java részében próbáltuk egymást jobban megismerni. Amikor végre kitisztult az idő, felszálltunk egy Antonovra, és elrepültünk egy ideiglenes sarkvidéki táborhelyig, majd helikopterekre ültünk, így már az északi sark 320 kilométeres körzetén belőre jutottunk. Hajnali egy órakor szálltunk le, de olyan világos volt, mint délben egy sivatagban. Ott nem létezett sötétség, mintha száműzték volna. Búcsút intettünk a helikoptereknek, és nekivágtunk az útnak. A sarköri körülmények szakértői figyelmeztették a csapat tagjait, hogy próbálják elkerülni az izzadást, mivel a legcsekélyebb nedvesség is azonnal megfagy az északi sarkon, ez pedig mindenféle gondot okozhat. Én elszalasztottam a felkészülés ezen szakaszát, így senki nem is beszélt erről. Ott álltam tehát az első nap végén, miután gyalogoltam, húztam, vontam a nehéz szánkót, csorgott a verítékem, hát persze, hogy jéggé fagyott a ruhám. És ami még ennél is riasztóbb volt, kezdtem észlelni az első problémás foltokat az ujjamon és a füleimen, a fagyási sérüléseket. Nem siránkoztam, hogyan is tehettem volna ebben a csapatban? De azt hiszem nem is nagyon merült fel bennem, hogy siránkozzam. Minden gond és kényelmetlenség ellenére csak is kizárólag hálát éreztem azért, hogy ezekkel a hősökkel lehetek, egy ennyire nemes kezdeményezést szolgálhatok, és egy olyan helyet láthatok, ahová csak nagyon kevés ember juthat el amúgy is. A negyedik napon, amikor búcsúznom kellett a többiektől, semmi kedvem nem volt visszafordulni. Ráadásul még az északi sarkot sem értük el. Sajnos nem volt más választási lehetőségem. Vagy visszafordulok, vagy lemaradok a bátyám esküvőjéről. Beszálltam a helikopterbe, hogy eljussak a Barneói repülőtérre, ahonnan majd fel fog a gépem. A pilóta némileg tétovázott. Ragaszkodott ahhoz, hogy lássam az északi sarkot, mielőtt hazafelé venném az irányt. Az nem lehet, hogy itt járt, és mégsem látta. Elvitt oda, majd kiugrottunk a totális fehérségbe. GPS segítségével együtt meghatároztuk a pontos helyet. A világ tetején álltam. Egyedül. Kezemben a brit lobogóval. Visszamásztam a helikopterbe, majd irány a Barneó. Éppen ekkor tájt söpört végig egy óriási vihar a föld legészakibb régióján, Emiatt pedig törölték a járatomat az összes többi járattal együtt. Hurrikán csapott le a körzetre akkor erővel, hogy a kifutópályát is tönkretette. Javítási munkálatokat kellett végezni. A várakozás ideje alatt mérnökök egy csapatával lógtam. Vodkáztunk, hevenyészet szaunájukban ücsörögtünk, majd bevetettük magunkat a jéghideg tengerbe. Sok esetben amikor hátrahajtottam a fejem és lekültem egy újabb adag fenséges vodkát, arról győzködtem magamat, nem kell aggódnom a kifutópálya, az esküvő vagy bármi egyéb miatt. A vihar elvonult, a kifutópályát rendbehozták vagy arrébb költöztették, már nem emlékszem, melyik történt. Gépem végig dübörgött a jégen, majd felrepített a kékékbe. Kiintegettem az ablakon. Isten veletek, testvéreim! 42. Az esküvő előestéjén Vili, apu és én vacsoráztunk a Clarence House-ban. Ott volt még Vili két násznagya, James és Thomas is. A közvéleményt úgy tájékoztatták, hogy én leszek a násznagy, ez azonban sima hazugság volt. A nyilvánosság arra számított, hogy én leszek az, a palota pedig nem látott más egyéb lehetőséget, mint hogy megerősítse ezt a vélekedést. Igazából Vili nem akarta, hogy násznagyként én mondjam a beszédet. Nem tartotta volna biztonságosnak és megnyugtatónak, ha mikrofonnal a kezemben azt mondok, amit akarok. Attól tartott, hogy valami nem teljesen helyén való megjegyzés is kicsúszna a számon. Ebben nyilván nem is tévedett nagyot. Ugyanakkor ez a hazugság kiváló védelmet jelentett James és Thomas, a két civil, a két ártatlan számára. Ha kiszivárgott volna, hogy ők lesznek Willi tanúi, a megvadult sajtó üldözte, követte, zaklatta volna őket, nyomozott volna utánuk, és tönkretette volna a családjaik életét. Mindketten félénk csendes rácok voltak. Biztosan nem tudtak volna kezelni egy ilyen támadást, és ez nem is lett volna elvárható tőlük. Vili el is magyarázta mindezt, nekem pedig a szemem serebbent. Felfogtam a döntés okát. Sőt, jókat nevettünk, amikor azon elmélkedtünk, vajon milyen nem teljesen helyén való dolgokat mondanék a beszédben. Az esküvőt megelőző vacsora tehát kellemes és vidám hangulatú volt, annak ellenére, hogy Vili láthatóan szenvedett az esküvő előtti pániktól. Thomas és James belediktált néhány rumos kólát, a jelek szerint nyugtatólag hatottak az idegeire. Közben az északi sarkra vonatkozó történeteimmel szórakoztattam a társaságot. Apu nagyon érdeklődő volt, és együttérzéséről biztosított, amikor a fagyott fülemről és arcomról meséltem. Komoly erőfeszítésembe került, hogy ne osszam meg vele a részleteket, a hasonló sérülést elszenvedett hímtagomról is. Hazatérésemkor fedeztem fel elszörnyedve, hogy testem alsóbb régiói is elfagytak. Miközben fülem és arcom már gyógyuló félben volt, ugyanezt éppenséggel nem mondhattam el legnemesebb szervemről. Sőt, a probléma napról napra csak romlott. Nem is tudom, miért vonakodtam attól, hogy a péniszemről társalogjak apu vagy a többi úri ember jelenlétében. Hímvesszőm közérdekű ügynek számított, és sikerült némi kíváncsiságot kelteni vele a nyilvánosságban, mivel a sajtó korábban már alaposan kitárgyalta. Számtalan történet látott napvilágot különböző könyvekben és újságokban, még a The New York Times-ban is. Arról, hogy sem Willi, sem én nem vagyunk körülmetélve. Mind azt állították, hogy ezt mamit tiltotta meg. Miközben való igaz, hogy sokkal nagyobb az esélye egy fallosz fagyási sérülésének, ha nincs körülmetélve, az összes sztori teljesen hamis volt. Még csecsemőkorban lenyisszantották azt, amit le kellett. Vacsora után bevettük magunkat a tévészobába, és megnéztük a híreket. Az újságírók a Clarence House szomszédságában táborozó embereket faggatták, abban reménykedve, hogy megtudják, kikülnek majd az első sorokban. Az ablakhoz mentünk, és láttuk, hogy több ezren lehetnek ott kint sátrakban és hálózsákokban, végig a Mallon, a Buckingham Palota és a Trafalgar tér között. Sokan közülük ittak és énekeltek. Néhányan vacsorát főztek, hordozható tűzhelyeiken. A többiek sétálgattak, daloltak, ünnepeltek, mintha nekik lenne az esküvőjük másnap délelőtt. A rumtól felhevült Véli felkiáltott. Ki kellene mennünk hozzájuk? SMS-ben közölte a biztonságiakkal, hogy ez a szándéka. Ők pedig azt válaszolták, erősen ellenezzük a felvetést. Nem, vágott vissza, ez a helyes lépés. Ki akarok menni, látnom kell őket. Megkért, hogy menjek vele, könyörgött. Láttam a szemén, hogy a rum igencsak beütött. Valóban szüksége volt egy kísérőre. Fájdalmasan ismerős szerep volt ez számomra. De rendben, ám legyen. Kimentünk, végig végigsétáltunk a tömeg előtt, kezet fogtunk az emberekkel. Ők a legjobbakat kívánták Willinek, és elmondták, mennyire szeretik őt és kétet. Ugyanazzal a könnyes mosolyjal, valamint szeretetteli és szánakozó tekintettel fordultak mindkettőnk felé, amit azon az augusztusi napon is láthattunk 1997-ben. Ennek a gondolatnak a hatására csak a fejemet ráztam. Ez volt Vili nagy napjának élete egyik legboldogabb napjának az előestéje, és még ekkor is elkerülhetetlenül felbukkant a legrosszabb nap emléke, a legrosszabb napunk emléke. Többször is ránéztem. Arca erősen kipirult, mintha ő szenvedte volna el a fagyást. Talán azért is intettünk búcsút a tömegnek még ideje korán. Be volt csípve. Érzelmileg és fizikailag is kimerültünk. Pihenésre volt szükségünk. Éppen ezért döbbentem meg, amikor reggel bementem hozzá, hogy elhozzam őt. Úgy nézett ki, mint aki egy szemunyásnit sem aludt. Arca komor, szeme vérvörös volt. Minden rendben? Igen, hogyne, jól vagyok. Persze nem volt jól nem az udvari lovasság szalonkabát jellegű uniformisát, hanem az írgárda élénk piros egyenruháját viselte. Azon töprengtem, hogy ez lehetette a fő probléma. Még korábban megkérdezte Nagyit, hogy viselhetnie-e az udvari lovasság öltözékét, aki úgy döntött, hogy az örökösnek az egyes számú szertartásos viseletet kell magára öltenie. Vili komorrá vált, amiatt, hogy csak ilyen csekély beleszólása lehet az esküvői viseletébe, hogy ilyen mértékben korlátozzák önálló döntésében, ejeles alkalom kapcsán is. Elmondta nekem néhányszor, hogy mennyire csalódott. Biztosítottam, hogy igazán pompásan fest az írgárda birodalmi koronával ékesített egyenruhájában és sapkájában, rajta az ezred mottója. Kui szeperábit? Kiválaszthat el? Ugyan kiválaszthatna el minket. Nem úgy tűnt, mint ha bármilyen hatást is tett volna rá. Másfelől én viszont tényleg nem néztem ki jól, és nem is éreztem magam kényelmesen a protokoll által számomra előírt blues and royals egyeruhában. Sosem viseltem még, és azt reméltem, hogy jó ideig nem is fogom. Hatalmas váldíszei és hajtókái vannak, én pedig elképzeltem, amint az emberek azt mondogatják, ki ez a félnótás? Úgy éreztem, mintha a Johnny Bravo gicses kiadása lennék. Beszálltunk egy szilva árnyalatú Bentleybe, egyikünk sem szólt egy szót sem, amíg a sofőr el nem indult. Amikor az autó mozgásba lendült, megtörtem a csendet. Bűz lesz. Az előző estérum utóhatása lehetett. Tréfásan résnyire nyitottam az ablakot, befogtam az orrom, és mentolos cukorkával kínáltam. Szája szeglete ekkor halvány mosolyra húzódott. Két perc múlva a Bentley megállt. Rövid utazás volt, mondtam. Kinéztem az ablakon. A Westminster apátsághoz érkeztünk. Mint mindig, ezen a helyen most is görcsbe rándult a gyomrom. Arra gondoltam, semmi sem hasonlítható ahhoz, mint amikor valaki ott köt házasságot, ahol az édesanyja gyászszertartása zajlott. Vilére pillantottam, ő is ugyanerre gondolt vajon? Szorosan egymás mellett haladva léptünk be, még egyszer ránéztem az egyenruhájára és a sapkájára. Ugyan kiválaszthatna el minket? Katonák voltunk, felnőtt emberek, mégis ugyanazzal a kisfiús tartással vonultunk, mint amikor Mamiko porsóját kísértük. Miért tették ezt velünk a felnőttek? Bevonultunk a templomba, végigmentünk a pacsorok közötti folyosón, majd beléptünk az oltár közelében lévő oldalhelyiségbe, a kriptába. Ebben az épületben minden a halált idézte. Nem csupán mami temetésének emléke kísértett. Háromezernél is több holtest feküdt alattunk és mögöttünk. A patsorok alatt a falakba ékelve temettek ide háborús bűnösöket, tudósokat és szenteket, a nemzetközösség színe javát. Itt nyugodott Isaac Newton, Charles Dickens, Coacher, valamint 13 király és 18 királynő. Még mindig nehéz volt arra gondolni, hogy Mami már a holtak birodalmában jár. Mami, aki travoltával táncolt, eltonna a perlekedett, Elkápráztatta a régen párt, valóban oda át lenne Newton és Koucher szellemének társaságában. A mamira, a halára és a fagytó sérült hinveszőmre irányuló gondolataim közepette, fennállt a veszély, hogy legalább annyira nyugtalanná válok, mint a vőlegény. Elkezdtem hát járkálni, rázogattam a karomat és hallgattam a pacsorokban ülő tömeg mormogását. Ők már érkezésünk előtt két órával helyet foglaltak. Nyilván te is sejted, hogy sokunknak már igencsak tele lehet a hólyagja, mondtam Vilinek. Így próbáltam oldani a feszültséget. Semmi reakció. Felállt, és ő is járkálni kezdett. Újból próbálkoztam. A jegygyűrű! Ó, ne! Hol lehet? Hová tettem vajon azt a nyavajás kacatot? Aztán egyszer csak előhúztam. Hú! elmosolyodott és folytatta a járkálást. Még akkor sem tudtam volna elveszíteni a gyűrűt, ha akartam volna. Egy különleges kenguru erszényt vartak a zubbonyom belsejébe. Ez az én ötletem volt, ebből is látszik, hogy mennyire komolyan vettem ünnepélyes kötelezettségemet, és milyen megtiszteltetés volt, hogy részese lehettem. Kivettem a gyűrűt a zsebből, és a fény felé tartottam. Egy vékony, velszi aranyból készült pánt volt, amelyet egy nagyobb, mint egy száz évvel ezelőtt a királyi családnak adományozott darabból fejtettek le, mielőtt megmunkálták. Ebből a nagyobb tömbből készült Nagy- és Margit hercegnője gyűrűje is, de azt hallottam, hogy a készlet kezdett jócskán megcsappanni. Mire megnősülök, ha egyáltalán megnősülök, már semmi nem marad belőle. Nem emlékszem rá, mikor léptem ki a kriptából, és mentem az oltárhoz. Nem tudom felidézni a beszédeket, vagy azt, hogy miként vettem elő a gyűrűt, és adtam oda a bátyámnak. A szertartás túlnyomó részt egy nagy fehér folt. Emlékszem viszont arra, hogy két a pacsorok között lépdel, és fantasztikusan néz ki. Fel tudom idézni, amint Vili vele együtt halad, majd eltűnnek az ajtó mögött, és beszállnak a hintóba, ami átviszi őket a Buckingham palotába, és belépnek abba az örök hűségbe, amelyet egymásnak fogadtak. Emlékszem, arra gondoltam, Isten veletek. Szerettem új sógornőmet, aki inkább volt számomra nővérem, mint újrokon. Sosem volt nővérem, pedig szerettem volna és örültem, hogy ő mindig Vili mellett fog állni. Kiválóan illett a bátyámhoz. Láthatóan boldoggá tették egymást, ez pedig engem is boldogsággal töltött el. Zsigereimben azonban letagadhatatlanul éreztem, hogy egy újabb búcsúzást kellett megélnem e szörnyű mennyezet alatt. Egy újabb belvállást. A testvér, akit aznap reggel a Westminster apátságba kísértem, eltávozott. Örökre. Ő soha nem lesz már mindenek előtt és kizárólag vili. Soha többé nem lovagolunk együtt a leszotói vidéken át, miközben köpönyegünk mögöttünk lebeg a szélben, és nem osztozunk már egy lószagú házon, miközben pilótává képeznek bennünket. Ugyan kiválaszthatna el minket. Maga az élet. Ugyanez az érzés fogott el, amikor apu megnősült, és nem igazolódott be a sejtelmem. A Kamilla korszakban egyre kevesebbet láttam őt, pont ahogy megjósoltam. A kicsi kívül örömteli eseménynek számító esküvők, egyszer s mind félig meddig temetések is, mivel az elhangzott fogadalmakat követően az emberek hajlamossá váltak arra, hogy eltűnjenek. Az jutott eszembe, hogy önazonosságunk voltak éppen egy hierarchikus építmény. Most elsősorban ez vagyok, az vagyok, aztán valami más leszek, majd megint valami más, és így tovább egészen a halálunkig, megszakítás nélkül. Minden új identitás, az én újabb trónja, csak hogy egyre jobban eltávolít bennünket az eredeti énünktől, énünk legbelső magjától, a gyermektől. Való igaz, hogy a fejlődés, az érés, a bölcsességhez vezető út mind-mind természetes és egészséges folyamatok, de minden változás egyre inkább elhalványítja a gyermekkor tisztaságát. Aztán, ahogy a kicsiny aranytömb esetében, szétforgácsolódik és ellenyészik. Legalábbis ezt gondoltam azon a napon. Nagy testvérem Vili tovább lépett ezen a bizonyos úton, ezután először férj lesz, majd apa, nagyapa és így tovább. Új személyé válik, sőt, sok új személyé válik, és ezek egyike sem lesz már Vili. Ő lesz Cambridge hercege, annak a címnek a birtokosa, amit nagyi választott számára. Milyen jó neki, gondoltam. Sőt, nagyszerű. Nekem viszont veszteség. Úgy vélem, hogy a reakcióm hasonló volt ahhoz, mint amit akkor éreztem, amikor első alkalommal másztam be az apacsba. Mivel hozzászoktam, hogy van mellettem valaki, akit mint a képnek tekinthetek, ezért a változást követően szörnyen magamra maradtam. Ráadásul, mint újdonsült Eunuch. Mi lehetett vajon a világ mindenség szándéka, hogy ugyanakkor foszt meg a hímtagomtól, amikor elszakítja tőlem a bátyámat? Órákkal később a fogadásom volt néhány hozzá hozzászólásom. Nem tartottam beszédet, Csupán egy rövid, bevezető jellegű szöveget mondtam a nász nagy köszöntője előtt. Vili elmondta nekem néhányszor, hogy a konferencié szerepét szánja nekem. Utána kellett néznem a szó jelentésének. A sajtó kimerítő részletességgel tájékoztatott a bevezető szöveggel kapcsolatos felkészülésemről. Többek között arról, hogy miként teszteltem ezeknek a mondatoknak a hatását, amikor telefonon beszéltem Chelsea-vel, és mennyire dühös lettem, majd végül kapituláltam, amikor arra figyelmeztetett, hogy ne célozgassak két dögös lábaira. Ez mind-mind eszement baromság volt. Sosem kérdeztem telefonon chelsea a tervezett mondandómról, hiszen már nem voltunk rendszeres kapcsolatban. Ezért is érdeklődött nálam Vili, mielőtt meghívta volna őt az esküvőre. Nem akarta, hogy bármelyikünk is kényelmetlenül érezze magát. Igazság szerint valóban teszteltem a szöveg néhány sorát GLP-n, a nagy része azonban rögtönzés volt. Mondtam néhány tréfás dolgot a gyermekkorunkról, és egy őrült sztorit arról az időről, amikor Willy Vizzi labdázott, majd felolvastam néhány vicces részletet a nagy közönség gratuláló leveleiből. Egy amerikai fickó azt üzente, hogy valami különleges dolgot akart készíteni Cambridge új hercegnője számára. A fejébe vette, hogy Hermelinek garmadáját gyűjti be, mivel a királyi családban komoly hagyományjal bír az ezen állatok bundájából származó prémek viselése. Ez a rendkívül lelkes jenki elmagyarázta, hogy az általa megálmodott öltözet elkészítéséhez ezer hermelint szándékozott befogni. Te jó Isten! Talán egy sátorhoz kellett neki ennyi állat. Végül mindössze kettőt sikerült felhajtania. Nehéz idők járnak a hermelinekre. Mondtam. Majd hozzátettem, hogy az amerikai végül rögtönzött, rájuk jellemző módon a legjobbat hozta ki a dologból. Összevarta, ami volt, a végeredményt pedig a magasba emeltem. A teremben mindenkinek elállt a lélegzete. Egy tangabugyit tartottam a kezemben. Lágy volt és prémes. A néhány sejem zsinóra erősített, véllakú hermelimből készült szörmedarab nem volt nagyobb, mint a gyűrű számára a zubbonyomba var erszény. A visszafojtott pillanatokat a nevetés szívet melengető örömteli hulláma váltotta fel. Amikor ismét elcsendesedett a terem, egy komoly megjegyzéssel zártam a szövegemet, mamira gondolva fogalmaztam meg. Mennyire szeretett volna itt lenni? mennyire szerette volna kétet, és mennyire boldog lett volna, ha látja a szerelmet, amire együtt rátaláltatok. Nem néztem fel, miközben kimondtam ezeket a szavakat. Nem kockáztattam a szemkontaktust apuval vagy kamillával, de legfőképpen villivel. Mami temetése óta nem sírtam, és most sem szándékoztam. Igazából nem is vágytam más arcot látni, csak mamiét. Lelki szemeim előtt kristálytisztán érzékeltem mindent beragyogó jelenlétét, Vili életének nagy napján, valamint azt is, ahogyan jó ízűen nevet a Hermelin kikészített bundáján. 43. A négy sebesült katona pesgőt bontott és kocintott nagy tiszteletére, miután megérkeztek a világ tetejére. Voltak olyan kedvesek, hogy felhívtak, és megosztották velem örömüket. Világrekordot állítottak fel, szekérderéknyi pénzt gyűjtöttek a sebesült veteránok számára, és elértek az átkozott északi sarkra is. Micsoda vak merőtett. Gratuláltam, mondtam nekik, hogy hiányoznak, és a legszívesebben ott lennék velük. Ez egyértelmű füllentés volt részemről. Hímveszőm állapota ugyanis a rettenetesen érzékeny és az erősen traumatizált státusz között váltakozott. Nyilvánvalóan a legkevésbé sem vágytam vissza a fagykár birodalmába. Próbálkoztam néhány házilag alkalmazható szerrel, az egyiket egy barátom ajánlotta a figyelmembe. Arra bíztatott, hogy tegyek egy kísérletet az Elizabeth Arden krémmel. Édesanyám ajakbalzsamként használta, most pedig azt akarod, hogy kenjem a farkamra? Hatni fog, Harry, bíz bennem. Találtam egy tubust, és amint kinyitottam, az illat visszarepített az időben. Úgy éreztem, mintha édesanyám ott lett volna a szobában. Kinyomtam a tubusból egy adagot, és alkalmaztam, odalent. Az a szó, hogy furcsa, bizony alig, ha fejezné ki pontosan, mit is éreztem ekkor. Sürgősen orvoshoz kellett mennem. A palotát nem kérhettem meg, hogy találjanak számomra egyet. Néhány udvarnok esetleg megneszelné, milyen állapotban vagyok, továbbadná a hírt a sajtónak, és akkor biztosra vehetem, hogy szerszámom töltené be az újságok címlapjait. Ugyanakkor találomra sem hívhatok fel egy orvost. Ez még normál körülmények közepette sem lett volna járható út, most pedig végképp kivitelezhetetlennek tűnt. Üdvözlöm, itt Harry Herceg beszél. Nézze, alig ha nem van egy kis problémám a testem alsóbb régiójában, és voltak éppen csak az iránt érdeklődnék, hogy beugorhatnék-e valamikor is, és... végül is egy barátot kértem meg, hogy találjon számomra rendkívül tapintatos módon egy bőrgyógyászt, aki egyben bizonyos testrészek specialistája is, és bizonyos személyeké. Nem egyszerű feladat. Barátom apja pont ismert egyet. Megadta a nevét és címét, én pedig autóba pattantam a testőreimmel. Egy, a Hurley street lévő jellegtelen épülethez siettünk, ahol számos orvos praktizált. Az egyik testőr becsempészett a hátsó ajtón át egy rendelőbe. Láttam az orvost, egy nagy íróasztalnál ült, és vélhetően az előző páciensével kapcsolatban írt valamit. Jegyzeteiből fel sem tekintve annyit mondott. Igen, igen, fáradjon bejebb. Beléptem és figyeltem őt, miközben csak írt és írt, rendkívül hosszadalmasan, a szerencsétlen előző páciensnek bizonyára sok panasza lehetett. Az orvos nem nézett fel, de megkért, hogy lépjek a függöny mögé, vegyem le a ruhámat, és jelezte, hogy pillanatokon belül rendelkezésem áll. Bementem, levetkőztem, és felugrottam a vizsgálóasztalra. Eltelt öt perc. Ekkor végre az orvos félrehúzta a függönyt, és ott állt előttem. Rám nézett, majd pislogott egyet. Á, értem, szóval maga az? Igen. Reméltem, hogy szólnak önnek, de úgy tűnik nem tették meg. Jól van, szóval akkor maga az. Jól van, rendben. Tehát ön az? Hm. Elmondaná, hogy mi a panasa? Megmutattam neki a problémás, Elizabeth Arden ajakbalzsammal kezelt szervemet. Nem látott rajta semmit. Nem is lehet látni, magyaráztam. Ez egy láthatatlan csapás. Valamilyen oknál fogva, különös fagyási sérülésem egy felfokozott érzésben nyilvánult meg. Hogy történt? Firtatta a részleteket. Az északi sarkazóka, feleltem. Elutaztam az északi sarkra, a saját déli sarkon pedig most működésképtelen. Az arcáról azt olvastam le: Egyre murisabb. Részleteztem a működési zavarok halmazát. Minden nehezemre esik, doktor úr. Az ülés, a járás, a szex szóba sem jöhet. Ami még ennél is rosszabb, hogy a szerszámom úgy érzi, mintha szexelne, vagy legalábbis készen állna rá, mintha önállósította volna magát mondtam neki. Elkövettem a hibát, hogy rákerestem a sérülésre a neten, és rémtörténetekre bukkantam, amelyek a pénisz részleges eltávolításáról szóltak. Nem erre számítottam, amikor a tünetek alapján keresni kezdtem. Az orvos biztosított, hogy esetemben nem valószínű ennek az eljárásnak a szükségessége. Nem valószínű? Elmondta, hogy szeretne kizárni bizonyos esetőségeket teljes körű vizsgálatot végzett, Maximálisan invazívnak és minden részletre kiterjedőnek minősíteném. Végezetül közölte, hogy legnagyobb eséllyel majd az idő fogja megoldani a problémát. Az idő? Mire céloz ezzel? Az idő gyógyít, mondta. Tényleg, Doki? Én eddig nem ezt tapasztaltam. 44. Nem volt könnyű újra látni Cselzit vilies esküvőjén. Számtalan érzés kavargott még bennem, korábban elfojtottak, vagy olyanok, amiknek nem is sejtettem a létezését. Érzékeltem, hogy a férfiak mohó tekintettel méregetik, keringenek körülötte, táncolni hívják. Aznap este eluralkodott rajtam a féltékenység, és ezt el is mondtam neki, amitől csak még rosszabbul éreztem magamat, és szánalmasabbnak. Úgy éreztem, tovább kell lépnem, új ismeretségeket kell kötnöm. Az idő, mondta az orvos. Meggyógyítja a szerszámomat. De vajon mikor tesz csodát a szívemmel is? A barátok megpróbáltak segíteni. Említettek néhány nevet, valamint különböző találkozásokat és randevúkat szerveztek. Egyikből sem alakult ki kapcsolat. Éppen azért alig figyeltem oda, amikor egy újabb névvel hozakodtak elő 2011 nyarán. Azt mondták róla, hogy ragyogó, csodálatos, nagyszerű személyiség, és megemlítették, hogy nemrég zárta le egy kapcsolatát. Gondold meg, tüske, nem sokáig maradt szingli. Most éppen szabad haver, akár csak te. Az lennék. Egymásnak valók vagytok, semmi kétség, összeilletek. Csak forgattam a szememet. Mikor szokott beválni az ilyen jóslat? Aztán csodák csodájára mégiscsak bevált. Ültünk a bárban, beszélgettünk és nevettünk, miközben a barátok lassan elszállingoztak az asztaltól, a pult és a csapos irányába. Ezután azt javasoltam a társaságnak, hogy térjünk vissza a Clarence house egy utolsó italra. Dumáltunk, zenét hallgattunk, vidám és boldog társaság voltunk. Amikor véget ért a buli, és a többiek is leléptek, hazavittem Florence-t. Florence-nek hívták tehát, bár mindenki flének szólította. A Notting hill lakott egy csendes utcában. Amikor megálltunk az autóval a lakása előtt, meghívott magához egy csészete ára. – Hogyne, örömmel! – megkértem a testőrömet, hogy kőrözzön a háztöm körül több százszor. Ezen az estén, vagy talán egy másikon mesélt nekem Flea a távoli elődjéről. Tulajdonképpen egyiken sem. Úgy gondolom, valamelyik barátom mondta el később. Minden esetre ő vezette a könnyű lovasság támadását, tehát az orosz csapatok ellen a Krímfél szigeten kezdeményezett öngyilkos akciót. Alkalmatlanságával és őrült döntéseivel katonák százainak életét dobta oda. A Rourke drifti ütközet teljes ellentéte volt ez, a brit történet szégyenletes fejezete. Most pedig én is éppen ilyen elsőpről lendülettel törtem előre. Az első csésze Earl Great kortyogatva azon tűnődtem, lehet, hogy ő az. Ennyire erős volt a vonzalom, de ennyire őrült is voltam. Érzékeltem, hogy tisztában van vele, és mindent leolvas a nem éppen pókerarcnak minősíthető ábrázatomról. Csak remélni tudtam, hogy elbűvölőnek találja. Nyilvánvalóan annak találta, mivel idilli hetek következtek. Gyakran találkoztunk, sokat nevettünk, és ekkor még senki más nem tudott a kapcsolatunkról. Felül bennem a remény, majd ránk találta sajtó, és az idillünknek befellegzett. Flia a könnyeivel küszködve hívott fel. Nyolc lesifotós tanyázott a lakása előtt. Majd fél Londonon átüldözték. Aztán meglátta, hogy az egyik újság fehér nemű modellnek titulálta. Egy jó néhány évvel korábban készített fénykép miatt. Egy egész életről alkotnak ítéletet, egyetlen fotó alapján, mondta. Ez annyira lekicsinylő és lealacsonyító eljárás. Igen, feleltem halkan. Tudom, milyen érzés. Az újságírók pedig csak egyre mélyebbre és mélyebbre ástak. Fellívtak mindenkit, akit Fli valaha is ismert. Már a családja nyomában voltak. Ugyanazt az eljárást alkalmazták vele szemben, mint Caroline Fleck esetében, miközben még magát caroline is épp úgy szemmel tartották. Fli egyre csak azt hajtogatta, én ezt nem tudom így folytatni. Elmondta, hogy a nap 24 órájában megfigyelés alatt tartják, mint egy bűnözőt. Még szirénázást is hallottam a háttérből. Dühös volt és sírt. Én is közel jártam a síráshoz, de végül természetesen nem sírtam. Még egyszer utoljára azt mondta. Én ezt nem csinálom tovább, Harry. Kihangosítottam a telefont. A Clarence House második emeletén az egyik ablaknál álltam, egy csodálatos bútorokkal berendezett szépséges helyiségben. Csupán némi hangulatvilágítás derengett, a lábamnál lévő szőnyeg valóságos műalkotás volt. Arcomat az ablak hideg tiszta üvegéhez szorítottam, és arra kértem Flit, hadd lássam őt még egyszer utoljára, hogy megbeszélhessük a dolgokat. Katonák meneteltek az épület előtt, éppen őrségváltás zajlott. Nem, eltökélt volt. Hetekkel később felhívott azon barátaim egyike, akik annak idején összehozták a találkozót a bárban. Hallottad? Fli újból összejött a régi barátjával. Tényleg? Azt hiszem nem feltétlenül ezt akarta. Rendben. Ugyanez a barátom mondta, hogy tudomása szerint Fleet az anyja vette rá, hogy vessen véget a kapcsolatunknak. Ő figyelmeztette a lányát arra is, hogy a sajtó tönkre fogja tenni az életét. Pusztulásba kergetnek, mondta neki. Igen, mondtam a barátomnak. A mamák tudnak mindent a legjobban. 45. Nem tudtam aludni. Egyszerűen leálltam vele. Annyira csalódott és mélységesen levert voltam, hogy éjszaka nem tudtam aludni, csak járkáltam, és járt az agyam is. Azt kívántam, bár csak ne lenne tévém. Akkoriban egy katonai támaszpont cellaszerű helységében éltem. Reggelenként pedig teljesen kialvatlanul próbáltam repülni az apáccsal. A katasztrófa holdbiztos receptje. Kipróbáltam bizonyos gyógynövényeket, segítettek valamelyest, így már képes voltam egy-két órát aludni, a legtöbb reggelen azonban továbbra is agyhalott állapotban vegetáltam. Aztán a hadsereg arról értesített, hogy hamarosan útnak indítanak, újabb feladatok és gyakorlatok várnak rám. Arra gondoltam, talán éppen erre van szükségem, hogy a változás majd kibillent a holdpontról. Nem ez lesz az utolsó szalmaszál. Először Amerikába küldtek, mégpedig a délnyugati területre. Nagyjából egy hetet töltöttem azzal, hogy egy Gilablen nevű sivárhely fölött lebegtem. Azt mondták, hogy ezek a terep és időjárási viszonyok hasonlítanak leginkább az Afganisztánban uralkodó körülményekhez. Ekkorra már igencsak ráhangolódtam az apacsra, és közelebbről megismerkedhettem a rakétáival is. Otthonosan tájékozódtam a sivatag porában, és rengeteg kaktuszt repítettem a levegőbe. Sajnos nem mondhatom, hogy nem élveztem. Ezután Cornwallba mentem, egy Mudmin Moor nevű kietlehelyre. 2012. január A rekkenő hőségből fogvacoktató zimankóba csöppentem. A lápvidéken amúgy is mindig hideg van januárban, én viszont éppen akkor érkeztem, amikor vad téli vihar csapott le rá. Húsz másik katonával együtt szállásoltak el. Az első néhány napot azzal töltöttük, hogy megpróbáltunk alkalmazkodni a körülményekhez. Hajnali ötkor keltünk, vérünk áramlását futással és hányással fokoztuk, majd osztálytermekbe zsúfolódtunk, hogy azokról a legújabb módszerekről tanuljunk, amiket a rossz fiúk eszeltek ki az emberek elfogására. Ezen eljárások közül számosat be is fognak vetni ellenünk a következő néhány nap folyamán, miközben egy hosszú menetelés során megpróbálunk átvergődni a fagyos lápvidéken. A repülőgépek személyzete és pilótái számára a menekülés és kitérés nevű gyakorlat volt az egyik utolsó rosta a szolgálati idő megkezdése előtt. Teherautókkal vittek minket egy elszigetelt helyre, ahol terepismeretet és túlélési technikákat sajátítottunk el. Fogtunk egy csirkét, leöltük, megkopasztottuk és megettük. Majd elerett az eső. Állandóan csuromvizesek, és kimerültek voltunk, Feletteseink láthatólag jól szórakoztak. Megragadtak engem és két másik katonát, felraktak minket egy teherautóra, és egy még távolabbi helyre vittek. Kifelé? Méregettük a terepet és az eget. Tényleg? Itt? Az eddigieknél is idegebb és hevesebb eső zúdult a nyakunkba. Az oktatók azt ordították, hogy el kell képzelnünk, mi szerint helikopterünkkel éppen most hajtottunk végre kényszerleszállást az ellenséges vonalak mögött, és az egyetlen esélyünk a túlélésre, ha a lábvidék egyik végétől eljutunk a másikig, amik 16 kilométeres távolságot jelent. Korábban magyarázó történetet is fűztek a gyakorlathoz, fel is idéztük ekkor. Egy keresztény sereg harcosaiként küzdünk a muszlimokkal rokon szenvező milícia ellen. Küldetésünk, Kitérni az ellenség elől, és elmenekülni a fenyegetett területről. Nyomás. A teherautó dübörögvel húzott. Vizesen, átfagyva először körbe, majd egymásra néztünk. Nos, ez szívás. Volt egy térképünk, egy iránytünk, és mindegyikünknek jutott egy bivagzsák, ami lényegében egy testhossznyi méretű alvásra szolgáló vizáló holmi. Élelmet nem vihettünk magunkkal. Merre menjünk? Talán erre. Rendben. A Budmin kietlen és állítólag lakatlan vidék, a távolban azonban itt-ott láttunk farmokat, ablakaikból fény szűrődött ki, télaépítményekből pedig füst szállt felfelé. Mennyire szerettünk volna bekopogtatni valamelyik házba. A régi szép időkben az emberek mindig kisegítették a gyakorlatozó katonákat, csak hogy a helyzet megváltozott. A hadsereg sokszor utasította rendre a helyieket, ezért már megtanulták, hogy ne nyissanak ajtót a bivakzsákokkal vonuló idegeneknek. Csapatom másik két tagja közül az egyik a haverom, Will. Voltak éppen kedvelem őt, ugyanakkor határtalan szeretetet kezdtem érezni a másik fickó iránt, amikor elmondta, hogy ő régebben már túrázott nyáron a Bodmin múrnál, és tudja, hol vagyunk. Sőt, mi több, azt is tudja, hogyan juthatunk ki innen. Vezetett minket, mi pedig gyermekként követtük a sötét estében, aztán éjszakában. Hajnal tájban egy fenyvesre bukkantunk. A hőmérséklet fagypont felé közeledett, az eső pedig minden eddiginél cudarabbul ömlött. Azt mondtuk, hogy pokolba ezekkel a magányos bivakzsákokkal, és összetekerettünk kis kifli nagy kifli alvó pózóban. Mindenki igyekezett középre húzódni, mahol melegebb volt. Mivel Filt már ismertem, ezért az ő közvetlen közelsége bizonyos értelemben kevésbé tűnt kínosnak. Más szempontból viszont sokkal inkább az volt. Ugyanez a helyezkedés játszódott le a harmadik férfival is. Bocs, ez a kezed? Néhány óra felszínes alvást követően szétváltunk, és újra kezdtük a hosszú menetelést. A gyakorlat megkövetelte, hogy álljunk meg néhány ellenőrző pontnál, és mindegyiknél teljesítsünk egy feladatot. Végül sikerült érintenünk az összes helyet, és végrehajtanunk az összes feladatot. Az utolsó ellenőrző pontnál egy védett házban arról tájékoztattak, hogy befejeződött a gyakorlat. Az éjszaka közepén jártunk. Korom sötét volt. Megjelent a parancsnokistáb. Gratulálunk, srácok! Feladat teljesítve. Majdnem elájultam ott álltó helyemben. Feltettek minket egy teherautóra, és közölték, hogy visszavisznek a támaszpontra. Hirtelen terepszínű kabátot és fekete símaszkot viselő férfiak csoportja bukkant elő. Nem tudom miért, de először az a jelenet jutott eszembe, amikor az ira lesből támadt Lord Montbattenre. Bár az teljesen más körülmények között történt, Lehetséges, hogy mélyen a DNS-enben ott lapultak a terrorizmus emlékfoszlányai. Robbanásokat és fegyverropogást hallottunk, a támadók pedig megrohamozták a teherautót és ránkordítottak, hogy nézzünk lefelé a földre. Sötétített sí helyeztek a szemükre, megkötözték a kezünket és elvonszoltak. Betaszigáltak minket valahová, ami a hangok alapján egy föld alatti bunkerrendszernek tűnt. Nyírkos, vizes falak vettek körül, visszhangzott a tér, helyiségről helyiségre vezettek bennünket. A fejünkre húzott zsákokat letépték, majd ismét visszahúzták. Bizonyos szobákban jól bántak velünk, míg másokban kimondottan rosszul. Érzelmi hullámvas útra ültettek minket. Az egyik percben egy pohár vízzel kínáltak, a következőben viszont térdelő állásba nyomtak, Kezünket pedig a fejünk fölé kellett helyeznünk. Harminc percre, egy órára. Egyik stresszpozícióból a másikba kényszerítettek. Már vagy hetvenkét órája nem aludtunk. A velünk szemben alkalmazott eljárások többségét tiltotta a Genfi Egyezmény. Éppen ezért bántak így velünk. Egyszer csak bekötött szemmel bekísértek egy szobába, ahol érzékeltem, nem vagyok egyedül. Érzéseim szerint fil lehetett még ott, de az sem lehetetlen, hogy a másik társam, vagy valaki a másik csapatból. Nem mertem megkérdezni. Ekkor alig hallható hangok szűrődtek be a helyiségbe fentről vagy lentről, valahonnan az épületből. Aztán furcsa zajt érzékeltem, a folyóvíz hangjára emlékeztetett. Megpróbáltak minket összezavarni és félrevezetni. Szörnyen fáztam. Még sohasem fáztam mennyire. Ez sokkal rosszabb volt, mint az északi sark. A hideggel együtt járt a zsibbadság és ámosság. Arra eszméltem, hogy kivágódik az ajtó, fogvatartóink pedig benyomulnak a szobába. Levették a kötést a szemünkről. Jól gondoltam. Phil és a másik srác is ott volt. Megparancsolták, hogy vetkőzzünk le. A testünkre, pontosabban pegyhűt péniszünkre mutattak, és megállás nélkül azt ismételgették, hogy mennyire kicsi. A legszívesebben azt mondtam volna, a felét sem tudjátok annak, mennyi baj van ezzel az alkatrészsel. Kihallgattak minket. Nem mondtunk semmit. Szétválasztottak minket, és külön helyiségekben újból vallatni kezdtek. Megparancsolták, hogy térdeljek le. Két férfi jött be, ordítottak velem. Majd kimentek. Valamilyen atonális zenét kezdtek lejátszani, mintha egy dühös két éves nyüstölt volna egy hegedűt. Mi ez? Egy hang azt felelte. Csend legyen. Egyre inkább meg voltam győződve arról, hogy a zene nem felvételről szól, hanem tényleg egy gyerek hegedül, aki maga is fogoly. Mi a Szent Istent művel ez a kölyök azzal a hegedűvel? Vagy inkább, vajon mit művelhetnek azzal a kölyökkel? A férfiak visszatértek. Most filt vették kezelésbe. Előzőleg alaposan áttanulmányozták a közösségi médiában róla fellelhető információkat. Kezdtek előhozakodni a családjára, a barátnőjére vonatkozó részletekkel, ami megrémisztette. Döbbenetes milyen sok információval rendelkeztek. Honnan tudhattak ennyi mindent vadidegenek? Elmosolyodtam. Üdv a buliban, pajtás! Nem vettem eléggé komolyan a dolgot. Az egyik férfi megragadott és a falhoz passzírozott. Fekete maszkot viselt. Alkarját a nyakamhoz szorította, és szinte köpködve ejtette ki a száján a szavakat. Mindkét vállamat a betonnak nyomta, majd megparancsolta, hogy álljak a faltól egy méternyi távolságra, tartsam mindkét karomat a fejem felett, és csak az új hegyemmel támaszkodjak a falnak. Igazi stresszpozíció. Eltelt két perc. Eltelt tíz perc. Kezdett zsibbadni a vállam. Nem bírtam lélegezni. Egy nő lépett be. Arab kendőt viselt az arcán. Egyre csak hajtogatott valamit, amit nem értettem. Alig bírtam ébren maradni. Aztán hirtelen ráeszméltem. Mami, az édesanyámról beszél. Anyád terhes volt, amikor meghalt, igaz? A testvéreddel, egy muszlim gyerekkel. Küzdködve elfordítottam a fejemet, és ránéztem. Nem mondtam semmit, de a tekintetemmel valószínűleg ölni tudtam volna. Ez most tényleg az én érdekemben történik? Vagy inkább a saját érdeketekben? Ez most gyakorlat, vagy egy olcsó krimi? Elviharzott. Az egyik fogvatartó mekkor arcon köpött. Lövések hangjára lettünk figyelmesek, és egy helikopterére. Egy másik helyiségbe von szóltak bennünket, ahol valaki elkiáltotta magát. Jól van, ennyi volt, vége a gyakorlatnak. Tartottak egy értékelést, ahol az egyik kiképző, tessék, lássék, elnézést kért, amiért édesanyám emlékét is belekeverték ebbe a játszmába. Nehéz volt önnel kapcsolatban olyasmit találni, amiről biztosan tudtuk, hogy sokkolni fogja. Nem feleltem. Úgy éreztük, hogy alaposan próbára kell tennünk önt. Erre sem válaszoltam. Talán kisé messzire mentünk. Így igaz. Tudomásomra jutott később, hogy a gyakorlat során két másik katona megőrült. 46. Éppen csak kihevertem a Budmin-múri gyakorlatot, amikor eljutott hozzám a hír, Nagyi azt akarja, hogy menjek el a Karib térségbe. Egy kéthetes körút keretében ünnepelhetnénk meg, hogy immár hatvan éve uralkodik. Most képviselném őt első ízben hivatalosan. Furcsa volt, hogy csak így, ilyen váratlanul, különösen a szolgálati idő megkezdéséhez ennyire közeli időpontban egy csettintéssel elszólítanak a seregből. Aztán rájöttem, hogy mindez a legkevésbé sem furcsa. Végtére is Nagyi a legfőbb parancsnokom. 2012. márciusa. Elutaztam Belízre. A repülőtértől az első esemény helyszínéig vezető utak mellett tömött sorokban álltak a feliratok és zászlókat lengető emberek. Első megállomnál, majd az összes többinél is, helyi készítésű szeszes italokkal kocintottam Nagyi és a vendéglátók tiszteletére, valamint számos alkalommal roptam a punta nevű táncot. Először ízlelhettem meg a kófút levest, ami ütősebb, mint a helyi készítésű alkohol. Az egyik helyszínen így szóltam az emberekhez. Unu come meg vegu pati. Kreol nyelven ez annyit tesz, gyerünk, kezdődjék hát a buli. A tömeg önfeledten tombolt. A helyiek a nevemet skandálták, de közülük sokan kiabálták édesanyám nevét is. Az egyik helyen egy hölgy megölelt és felkiáltott. Diana gyermeke. Majd elájult. Meglátogattam egy Xunantunik névre hallgató romvárost. Helyi vezetőnk elmondta, hogy a település évszázadokkal ezelőtt még virágzó maja metropolis volt. Felmásztam az El Castillo kőtemplomig, Falait gazdagon különböző hieroglifák, frízek és ábrák. Valaki megjegyezte, hogy az épület teteje az egész ország legmagasabb pontja is egyben. Pompás kilátás nyílt onnan, én azonban nem tudtam megállni, hogy ne közvetlenül lefelé nézzek. Alattunk ugyanis megszámlálhatatlan maja uralkodó csontja hevert összegyűjtve. A maják Westminster apátsága. A Bahamákon miniszterekkel, zenészekkel, újságírókkal, sportolókkal és papokkal találkoztam. Templomi szertartásokon, utcai fesztiválokon, állami protokollétkezéseken jelentem meg, és kocinthattam is számos pohárköszöntőt követően. Épp motorcsónakkal mentünk a Harbor Islandre, amikor is a jármű bedöglött és süllyedni kezdett. Miközben egyre mélyebbre merültünk, megjelent mellettünk a sajtósok hajója. Szívem szerint nem kértem volna a segítségükből, de vagy csatlakozunk hozzájuk, vagy úszhatunk egy jót. Találkoztam India hicks apu keresztlányával, mami egyik koszorus lányával. Végig vezetett a Harbor Island partvidékén, ahol a homok világos rózsaszín árnyalatú. Rózsaszín homok? Azt hittem halucinálok. Persze nem volt kellemetlen, de a tudományos magyarázatát nem értettem. Egy alkalommal gyerekekkel teli stadionba látogattam, síralmas szegénységben komoly kihívások közepette éltek, mégis kitörő örömmel és nevetéssel fogadtak. Játszottunk, táncoltunk, boxoltunk egy kicsit. Mindig is szerettem a gyerekeket, de ehhez a társasághoz szorosabban kötődtem, mivel nemrég keresztapa lettem. Markó fiáé, Jasperé. Komoly megtiszteltetés, és azt reméltem, egyben komoly állomás is férfivá válásom útján. Látogatásom végéhez közeledve körém gyűltek a bahamai gyerekek, és átnyújtottak egy gigantikus méretű ezüst koronát, meg egy hatalmas piros palástot. Egyikük azt mondta, ő felségének küldjük. Gondoskodom róla, hogy megkapja. Sokukat megöleltem a stadionból kifelé vezető úton. A repülőgépen büszkén a fejemre helyeztem a koronájukat. Akkora volt, mint egy húsvéti kosár, a stábom tagjai dőltek a röhögéstől, amikor meglátták a fejemen. Tökéletes hülyének néz ki, uram. Az lehet. Mégis viselni fogom, utunk következő állomásán. Jaj, uram, azt ne, kérem, ne tegye. Már nem emlékszem végül, hogyan beszéltek le róla. Jamaikára utaztam, ahol találkoztam a miniszterelnökkel, versenyt futottam Juzain boltal, én nyertem csalással. Táncoltam egy nővel Bob Merli, One Love című számára, Let's get together, the fight is Holly Armageddon, on love. Az út talán minden egyes állomásán elültettem egy fát, vagy többet is. Ez hagyománynak számít a királyi családban, én azonban csavartam egyet a dolgon. Normál esetben, amikor megérkezünk egy helyszínre, a fa már rendszerint a földben van, és nekünk szertartásosan csupán egy maréknyi földet kell a gödörbe szórnunk. Én viszont ragaszkodtam ahhoz, hogy valóban én ültethessem el a fát, fettessem be földel a gyökereket, és öntözhessem meg. Az embereket megdöbbentette a protokoll megsértése, Radikális lépésnek tekintették. Csak gondoskodni akartam róla, hogy a fa tényleg életben maradjon. Mondtam. 47. Amikor hazatértem, lelkes kritikai fogadtatásba részesültem. Az udvarnokok szerint jól képviseltem a koronát. Beszámoltam nagyinak is, meséltem neki a körútról. Csodás! Gratulálok, mondta. Meg akartam ünnepelni, úgy éreztem, hogy kellőképpen rászolgáltam. Küszöbön állt már a háborús bevetésem, ezért is éreztem azt, hogy vagy most ünnepelek, vagy soha. Azon a tavaszon számos buliban, klubban, valamint pubban jártam, és igyekeztem nem törődni azzal, hogy bármerre is mentem, mindig a nyomomban volt két, Szánalmas külsejű, extrém módon rettenetes lesifotós alak. Két igazi balfácán, nevezzük őket Subidamnak és Subidúnak, az Elis tükörországban ikre után szabadon. Felnőtt évei mi részében mindig lesifotósok vártak rám a nyilvánosság számára is hozzáférhető helyek közelében. Néha egy egész falka, néha pedig csupán maroknyian. Szüntelenül változtak az arcok gyakran nem is tudtam kivenni a tekintetüket. Ekkoriban viszont mindig ez a két tisztán kivehető arc jelent meg. Ha csődület támadt, biztosan ott voltak a közepén. Ahol pedig senki más nem volt jelen, ők biztosan ott lebzseltek. De nem csak ezeken a helyeken bukkantak fel. Ha egy mellékutcában sétáltam, és csak másodpercekkel ezelőtt vettem arra az irányt, akkor is előugrottak egy telefonfülkéből, vagy kibújtak egy parkolóautó alól. Amikor egy barátom lakásából távoztam, és biztos voltam benne, hogy senki nem tudott ott létemről, ők akkor is ott álltak az épület előtt, az utca közepén. Azon túl, hogy mindenütt felbukkantak, könyörtelenek és sokkal erőszakosabbak voltak, mint a többi lesifotós. fotós. Elállták az utamat, majd egészen a rendőrautóig üldöztek. Akadályozták a beszállásomat, és utána még az úttesten is az autó nyomában maradtak. Kik ezek? Mi lehet a módszerük? Nem hiszem, hogy valamiféle hatodik érzékkel vagy természetfeletti képességgel lettek volna megáldva. Épp ellenkezőleg. Mintha nem lett volna meg a teljes homlok lebenyük, akkor mégis miféle trükköt vetettek be? Egy láthatatlan nyomkövetőt? Egy rendőrségi forrást? Vili után is szagláztak. Sokat beszélgettünk róluk abban az évben, főleg zavarba ejtő felbukkanásaikról, az ezzel együttjáró kiméletlenségükről és idiotizmusukról, agresszív és vakmerő fellépésükről, de legfőképpen arról, hogy mindenütt jelen voltak. Honnan tudhatták? Honnan tudják minden egyes alkalommal? Vilének nem volt ötlete, de elhatározta, hogy végére jár az ügynek. Billy a szikla is eltökélt volt. Többször oda sétált hozzájuk, kérdőre vonta őket, mélyen a szemükbe nézett, így némi képet alkothatott a két fickóról. Elmondása alapján Subidam, az idősebb sápattarcú, fekete sörtehajú, vérfagyasztó mosolyú férfi, a fiatalabb Subidú viszont sosem mosolygott, és csak ritkán szólalt meg. Ő inkább a féle segédnek tűnt, Jellemzően csak bambán nézett ki a fejéből. Mi mozgatta őket? Billy nem tudta a választ. Követtek, zaklattak, meggazdagodtak belőlem, és még ez sem volt nekik elég. Ezt minduntalan tudtomra is adták. Futottak mellettem, és gúnyoltak, miközben tíz másodperc leforgása alatt kétszáz fotót lőttek rólam. Sok lesifotós valamilyen reakciót, akár egy kisebb dulakodást is ki akar provokálni, úgy tűnt azonban, hogy ez a kettő mindenáron élethalál küzdelemre vágyott. Csukott szemmel arról álmodoztam, hogy behúzok nekik egy jó nagyot. Aztán vettem egy nagy levegőt, és emlékeztettem magam az alapvető szabályra. Nem szabad, hiszen pontosan ezt akarják elérni, hogy beperelhessenek, és híressé váljanak. A végén arra jutottam, hogy ez lehetett a céljuk. Erről szólhatott számukra minden. Itt van két pasas, akik nem híresek, de azt gondolták, mennyire mesés lenne, ha azzá válnának, ezt pedig úgy akarják elérni, hogy egy ismert embert zaklatnak, és megpróbálják tönkretenni az életét. Vajon miért akartak híressé válni? Ez volt az a pont, amit sosem tudtam megérteni. A híresség talán végtelen szabadságot jelent? Nevetséges. Lehet, hogy bizonyos fajta hírnév több szabadságot nyújthat, ám a királyi család hírneve inkább cifra jelent. Ők ezt persze nem tudták felérni észszel. Gyerekes hozzáállásukból adódóan képtelenek voltak megérteni az árnyalatni különbségeket. Leegyszerűsített világmagyarázatuk szerint nekem mindenképpen meg kell fizetnem annak az árát, hogy a királyi család tagja vagyok, és kastélyban élek. Néha eltöprengtem, mi sül neki abból, ha nyugodt hangon elmagyaráznám nekik, hogy nem én élek kastélyban, hanem a nagyanyám, egyéb irán pedig ők sokkal tanagstílűbb életmódot engedhetnek meg maguknak, mint én. Úgy tudom, Billy eléggé méreásott vagyoni helyzetükkel kapcsolatban. Mindketten több házat és luxusautót tudhattak magukénak, még pedig a rólam, illetve családomról készült fotók nyomán szerzett bevételeiből. Offshore számlákkal is épp úgy rendelkeztek, akár csak az őket támogató média cézárok, főként Murdoch és a lehetetlenül Dickensi hangzású névvel rendelkező Jonathan Hemsworth Wörthermér negyedik vikomtja. Ekkor tájt kezdtem azt hinni, hogy Murdoch voltak éppen gonosz. Nem, ez így nem igaz. Pontosítanom kell. Ekkor tájt kezdtem tisztában lenni azzal, hogy gonosz. Mégpedig első kézből származó értesülések alapján, amikor valakinek a csatlósai egy forgalmas, modern nagyváros utcáin üldöznek, akkor minden kétségem eloszlik azzal kapcsolatban, hogy hol is tartanak ezek az emberek erkölcsi fejlődésükben. Egész életemben hallgattam a vicceket a királyi család tagjainak furcsa viselkedése és a századokon átívelő beltenyészet közötti összefüggésről, de csupán ekkor jöttem rá valamire. A genetikai sokszínűség hiánya szinte eltörpül a sajtó kolosszális manipulációjához képest. Unoka testvérével összeházasodni még mindig jóval kevésbé kétes vállalkozás, mint a Mördok részvénytársaság fő profit termelőjévé válni. Természetesen nem foglalkoztam Mördoch politikai nézeteivel, jobb oldalibb még a táliboknál is. Nem tudtam lelkesedni a rombolásért, amit minden egyes nap elkövetett az igazság ellen, valamint ahogyan önkényesen meghamisította az objektív tényeket. Valóban nem jut eszembe egyetlen emberi lény sem, aki fajunk háromezer éves történelme során Nála nagyobb rombolást vitt volna véghez, kollektív valóságérzékelésünkben. Amit azonban igazán undort keltőnek és ijesztőnek találtam 2012-ben, az mördok lakályokból álló és egyre növekvő udvartartása volt. Ezek a fiatal, romlott és mindenre elszánt férfiak hajlandók voltak bármire, csak hogy rászolgáljanak a főnökük grincszerű vigyorára. És ennek a körnek a középpontjában pedig ott volt, ez a két mihaszna figura, a két subi. Oly sok rémálomszerű találkozás és összetűzés kötődik hozzájuk. Egy azonban kiemelkedik mindközül. Egyik barátom egy falakkal körülzárt, gondosan elhatárolt kertben tartotta az esküvőjét. Beszélgettem néhány vendéggel, hallgattam az madarak énekét és a szél süvítését a levelek között, a nyugtató hangok mellett azonban egyszer csak más valamire is figyelmes lettem. Megfordultam, és ott a sövénykerítésben feltűnt egy szem és egy üveglencse, majd egy pufókarc és egy démoni vigyor. Subidamé. 48. A két subi jelenlétének egyetlen pozitív hozadéka volt. Felkészítettek a háborúra elteltem a felgyülemlett haraggal, ami mindig is remek felvezetés egy csatához. Emellett azt is elérték, hogy bárhol szívesebben időztem volna, mint Angliában. Hol késik az az átkozott parancs? Kérem, küldjék már végre azt a parancsot. Aztán természetesen, ahogyan ez gyakran megesik, egy zenei fesztiválon voltam, amikor egyszer csak az unokahugom kocogtatta meg a vállamat. Harry, Hadd mutassam be a barátomat, Kresszidát. Ó, oh, hm, szia. Nem a legszerencsésebb körülmények között ismerkedtünk össze. Rengetegen voltak körülöttünk, semmilyen elkülönülésre nem nyílt lehetőség. Én pedig még mindig az összetört szívemet gyógyítgattam. Másfelől viszont szép volt a táj, jó zene szólt, és remek volt az időjárás is. És kipattantak azok a bizonyos szikrák. Pár nap múlva együtt vacsoráztunk. Mesélt az életéről, a családjáról, az álmairól. Színésznő szeretett volna lenni. Annyira halkszavú és félénk volt, hogy a színjátszás lett volna a legutolsó hivatás, amiben el tudtam képzelni. Meg is mondtam neki. Ő viszont bevallotta, hogy csak ez élteti. Ez teszi szabaddá, mintha a repülésről beszélt volna. Hetekkel később egy másik rendezvú végén hazavittem. Itt lakom a Kings Roadnál. Egy szép gondozott utcában álltunk meg, egy nagy ház előtt. Itt laksz? Ez a te házad? Nem. Elmondta, hogy csak néhány napot tölt a nagynényénél. Felsétáltam vele a lépcsőn. Nem hívott be magához. Nem is számítottam rá, nem is akartam, hogy behívjon. Csak szépen lassan. Gondoltam. Előre Előrehajoltam, hogy megcsókoljam, de nem sikerült. 5 kilométer távolságból is eltrafáltam egy kaktuszt, egy Hellfire rakétával. Az ajkát azonban sehogy sem találtam. Elfordult. Még egyszer megkíséreltem a dolgot az ellenkező irányból, de így is éppen csak egymáshoz értek az ajkaink. Rém kínos volt. Másnap reggel felhívtam az unoka hugomat. Némileg csüggetten számoltam be neki, hogy a rendezvú egész jól sikerült, a befejezés viszont hagyott némi kívánnivalót maga után. Nem vitatkozott, már beszélt Kresszidával is, felsóhajtott. Kínos. Aztán mégiscsak jó hír érkezett. Kresszida hajlandóságot mutatott egy újabb próbálkozásra. Néhány nappal később ismét együtt vacsoráztunk. A lakótársa történetesen egy régi haverommal, Csárlival randevúzott néhai Henners barátom fivérével. Tréfással meg is jegyeztem. Ez nyilván nem véletlen. Négyesben biztosan remekül szórakoznánk. Mint kiderült, nem is volt ez annyira tréfa. Újból megpróbálkoztunk a csókkal. Most már messze nem sikeredett annyira kínosra, bizakodni kezdtem. A következő rendezvunk alkalmából ő és a lakótársa hívtak meg minket Csárlival. Ittunk, jókat nevettünk. Mielőtt felfoghattam volna, mi történik, már együtt is voltunk. Sajnálatos módon csak hétvégente láthattam Kreszt. Elfoglaltabb voltam, mint bármikor, mivel az utolsó előkészületeket tettem szolgálati időm megkezdésére. Amikor a hivatalos parancs megérkezett a pontos dátummal, hangosan ketyegni kezdett az óra. Életemben immár másodszor közölhettem egy nemrég megismert fiatal nővel, hogy hamarosan háborúba indulok. Várni fogok, mondta, de nem örökké, tette hozzá gyorsan. Ki tudja, mi történik ház? Így van, ki tudja. Könnyebb azt mondani magamnak és másoknak is, hogy nem vagyunk együtt. Igen, könnyebb, szerintem is. Azonban, amikor majd visszajössz, amikor. Azt mondta, amikor, nem azt, hogy ha. Hálás voltam érte. Vannak, akik azt mondják, ha. 49. Eljöttek hozzám a bajtársaim, és emlékeztettek a tervre. A tervre? Tudod, tüske a terv? Ó, hogy ne! A terv! Még hónapokkal korábban beszéltünk róla. Most azonban már nem voltam annyira biztos benne. Megpróbáltak rábeszélni. Háborúba mész. Szembenézel a halállal. Így igaz. Kösz, hogy szóltok. Ugyanakkor kötelességed élni is. Most. Ragad meg a napot. Ragad meg a... Carpe diem. Rendben. Mit is mondtatok? Carpe diem. Ragad meg a napot. Ugyanazt mondtuk kétféleképpen. Vegas, tüske, emlékszel még? Ez a terv. Igen, igen, a terv. De kockázatosnak tűnik. Ragad meg a napot vágom. Egy a közelmúltban megtapasztalt esemény gondolkodóba ejtett. Talán nem hülyeség, amit mondanak, a pedig diem több, mint egy üres frázis. Miközben ezen a tavaszon lovas póló meccset játszottunk Brazíliában, hogy pénzt gyűjtsünk a Szent Ébl számára, Szemtanúja voltam, amint az egyik játékos nagyot esett a lova hátáról. Kisfiúként láttam, amikor apu is ugyanígy járt. A ló összerogyott, ő pedig nagy csattanással a földre zuhant. Emlékszem, amikor azon töprengtem, miért horkol apu. Aztán valaki felkiáltott. Lenyelte a nyelvét. Egy gyorsan reagáló játékos leugrott a lováról, és megmentette apu életét. Ösztönösen ezt a pillanatot hívhattam elő az emlékezetemből, amikor magam is hasonlóképpen cselekedtem. Leugrottam a lóról, odarohantam hozzá és kihúztam a nyelvét. A férfi köhögött, majd újra lélegezni kezdett. Szinte biztosra veszem, hogy később, aznap délután egy nagyobb összegről szóló csekket állított ki a Szent részére. Legalább ennyire érdekes volt az eset tanulsága ragad meg a napot, amíg teheted. Azt mondtam tehát barátaimnak, rendben, irány Vegas. Egy évvel ezelőtt, a Gila Bennél lezajlott kiképzés után, herléket béreltünk a barátaimmal, és Főnixből Vegasba motoroztunk. Az utazás nagy része eseménytelenül telt, most pedig egy Kresszidával töltött búcsú hétvégét követően ismét Nevadába repültem. Ugyanabban a szállodában sikerült helyet foglalnunk, és megkaptuk ugyanazokat a lakosztályokat. A két szintet fehér márványból készült, széles lépcsősor kötötte össze. Úgy nézett ki, hogy akár Elvis és Wayne Newton is karöltve lépdelhettek volna rajta lefelé. Nem kellett feltétlenül igénybe venni a lépcsőket, mivel a lakosztályban lift is volt, meg biliárdasztal. A legjobb hely a nappali volt. Hat óriási ablaka nézett a stripre. Az ablakok előtt elhelyezett elalakú kanapéról pedig bámulhattuk a strippet, esetleg a távoli hegyeket, vagy a nagyméretű falra erősített plazma tévét. Micsoda fényűzés! Jártam már néhány palotában, de ez a hely valóban fejedelmi volt. Az első estén, vagy a következőn, a részletek kissé a neonszerű derengésbe vesznek, valaki kaját rendelt, valaki más pedig koktélokat, körbeültünk, hosszan és hangosan beszélgettünk, hogy ennyi idő elteltével végre újból felvehetjük a régi fonalat. Kivel mi történt, mióta utoljára Vegasban jártunk? Nos, Vels hadnagy, vágyik vissza a háborúba? Igen, valóban így van. Mindenki megdöbbent. Egy steakhouse-ban vacsoráztunk királyok módjára. New York strip steaket, valamint háromféle tisztát ettünk, és igazán kiváló vörösborral löblítettük le a fogásokat. Utána bementünk a kaszinóba, ahol blackjacket játszottunk, rulettesztünk és veszítettünk. Elfáradtam, ezért elnézést kértem a többiektől, és visszamentem a lakosztályomba. Miközben becsúsztam a takarók alá, egy sóhaj kíséretében arra gondoltam, hogy most már én vagyok az, aki korán nyugovóra tér, és mindenkit arra kér, hogy fogja egy kicsit halkabra. Másnap reggelit és bludimérit rendeltünk, majd mindannyian a medencéhez vonultunk. Ez volt a medencepartik nagy szezonja Vegasban, mindenki próbálta kiengedni a gőzt. Vettünk ötven strandlabdát, és szétosztottuk, hogy feldobjuk a hangulatot. Ilyen idétlenek voltunk, és ilyen kiéhezettek. Legalábbis a barátaim. Én nem vágytam új ismerősökre. Volt egy barátnőm, és szerettem volna megtartani. Írtam is neki a medencem elől, hogy megnyugtassam. A többiek azonban egyre csak adogatták nekem az italokat. Mire a nap lebukott a hegyek mögött, elég durva állapotba kerültem, és tele voltam különféle elképzelésekkel. Úgy határoztam, hogy valamilyen módon emléket állítok ennek az utazásnak. Valamivel, ami elképezi a szabadsághoz, és a kárpediemhez való viszonyomat. Például egy tetoválással? Igen, pontosan ez kell. Talán a vállamon? Nem, az nagyon szem előtt van. De rég tájon? Nem, az túlságosan kétértelmű. Talán a lábfejemen? Igen, a talpamon. Ahonnan egyszer le is vált a bőröm. Ez a rétegek szimbolikája. Nos, mit is tetováltassak oda? Egyre csak töprengtem, mi az, ami igazán fontos számomra, szent és sérthetetlen? Természetesen bocvána. Az épület alsó szintjén láttam korábban egy tetováló szalont. Bíztam benne, hogy van egy jó atlaszuk, bocvána pontos térképével. Oda mentem Billyhez, a sziklához, és közöltem vele, hogy merre tartok. Mosolygott. Semmiképpen. A barátaim mellé álltak. Erről szó sem lehet. Megfogadták, hogy szükség esetén fizikai erővel tartanak vissza. Azt mondták, amíg velem vannak, addig nekem nem lesz tetoválásom. Főleg nem egy bocvan átábrázoló a talpamon. Azt ígérték, hogy lefognak, vagy ki is ütnek, ha kell, lesz, ami lesz. Tüske! A tetoválás tartós, örökre megmarad. Érveik és fenyegetéseik maradtak utolsó tiszta emlékeim arról az estéről. Végül feladtam a küzdelmet. A tetoválás várhat más napig. Bevettük magunkat egy klubba, ahol meghúzódtam egy bőrkanapé sarok részében, és onnan figyeltem a fiatal hölgyek jövésmenését, meg ahogy a barátaimmal beszélgettek. Egy-kettővel magam is szóba elegyedtem, és arra bíztattam őket, hogy összpontosítsák figyelmüket a barátaimra. Én leginkább csak bámultam ki a fejemből, és szoktattam magam a gondolathoz, hogy kénytelen vagyok lemondani a tetoválásra vonatkozó álmaimról. Hajnali kettő tájban visszatértünk a lakosztályunkba. Barátaim meginvitáltak négy vagy öt a szállodában dolgozó hölgyet, hogy csatlakozzanak hozzánk. Rajtuk kívül velünk tartott még két nő, akikkel a blackjack asztaloknál futottak össze. Kisvártatva felvetette valaki, hogy biliárdozhatnánk is, ami remek ötletnek tűnt. Felraktam a golyókat a kezdőlökéshez, és egy nyolcas játékot kezdtem a testőrökkel. Aztán felfigyeltem a biliárdasztal körül őgyelgő blackjack lányokra. Kisé gyanúsnak tűntek, de amikor megkérdezték, hogy játszhatnak-e ők is, nem akartam durván elutasító lenni. Mindenki sorra került, de senki nem lökött túl jót. Javasoltam, hogy emeljük a tétet. Mit szólna a társaság, a vetkőzős biliárdhoz. Lelkes ováció volt a válasz. Tíz perc elteltével én lettem a nagy vesztes. Először még csak alsó neműre vetkőztem, aztán az is lekerült. Ártalmatlan idétlenkedés. Gondoltam. Egészen másnapig. Már kint álltam a szálloda előtt a vakító sivatagi napfényben, amikor észrevettem, hogy az egyik barátom döbbenten, tátott szája mered a telefonjára a következőket mondta nekem. Tüske, valamelyik Blackjack lány titokban készített rólad néhány fotót, és el is adta őket. Tüske, mindenhol te vagy haver. Egész pontosan a fenekem volt mindenhol. Mesztelenül a világ figyelő tekintete előtt, amint épp megragadom a napot. A telefonját nézegető Billy a szikla egyre csak azt hajtogatta. Ez így nagyon nem jó, há! Tudta, hogy nehéz idők várnak rám. Ahogy rá, és a többi testőre is. Ez az ügy könnyen az állásúba is kerülhet. Korholtam magam, hogyan engedhettem, hogy megtörténjen? Hogyan lehettem ennyire bolond? Miért bíztam meg más emberekben? Arra számítottam, hogy az idegenek majd jó indulatúak lesznek, és ezekben az amúgy gyanús lányokban maradt még egy szemernyi alapvető tisztesség. Mostantól már örökkön örökké fizethetem hiszékenysége árát. Ezek a fotók véglegesen rám égnek. Állandóan velem maradnak. A bocván alakú talp tetoválásomból egy nagy tintapaca lett. Bűntudatom és szégyenérzetem miatt bizonyos pillanatokban még mélyet lélegezni sem bírtam, hogy némileg lecsillapodhassak. Oda-haza az újságok pedig már hozzáláttak, hogy eleve nem megnyúzzanak. Hübele Herri visszatért. Tökfilko herceg ismét lesújtott. Kresszre gondoltam, amint éppen ezt olvassa, és a feletteseimre a seregben. Vajon ki fog először elzavarni? Amíg arra vártam, hogy eldőjön, Skóciába repültem, és találkoztam a családommal Balmoralban. Augusztust írtunk, mindannyian ott voltak. Ebből a kafkai rémálomból már valóban csak Balmoral hiányzott a maga összetett emlékeivel és mami halálának napokon belül esedékes évfordulójával. Nem sokkal érkezésemet követően a közeli Birkhalban találkoztam apuval. Legnagyobb meglepetésemre és megkönnyebbülésemre kedvesen fogadott. Talán még egy kisé zavarban is volt. Azt mondta, hogy együtt érez velem. Vele is történt már ilyesmi, bár sosem került mesztelenül az újságok címlapjára. Tulajdonképpen ez így nem volt igaz. Úgy nyolc éves lehettem, amikor egy német újság közölte mesztelen fotóit, teleobjektívvel lőtték őket egy franciaországi nyaralása alatt. Csak hogy ezeket a fotókat már mindketten kitöröltük emlékezetünkből. Az is biztos, hogy sokszor érezhette magát mezítelennek a világ előtt. Ez volt a közös nevezünk. Ott ültünk egy ablaknál, és hosszasan beszélgettünk, létezésünk különös voltáról, miközben figyelmesen szemléltük a bérkhal gyepén vidáman játszadozó vörös mókusokat. Kárpedien mókusok. 50. Apósz hasonlóan a feletteseim sem izgatták magukat az ügy miatt. Nem nagyon törődtek azzal, hogy egy szállodai szoba magányában, ruhában vagy meztelenül biliárdoztam. Közölték, hogy beosztásom változatlan, és minden megy tovább a maga útján. Bajtársaim is kiálltak mellettem. A világ minden táján voltak katonák és katonanők, akik meztelenül vagy majdnem mesztelenül, nemi szervüket egy sisakkal, fegyverrel vagy barát csapkával eltakarva, púzoltak egy fénykép kedvéért. Ezeket a fényképeket ki is posztolták, hogy szolidaritásukról biztosítsák Harry herceget. Ami pedig Kreszt illeti, miután meghallgatta alapos és kisé zavart magyarázkodásomat, ő is arra a következtetése jutott, hogy legfeljebb jó nagy barom vagyok, de semmiképpen nem búja csábító. Bocsánatot kértem tőle, amiért kínos helyzetbe hoztam. Az volt a legjobb, hogy végül egyik testőrömet sem bocsátották el az állásából, de még csak fegyelmit sem kaptak. Főleg annak köszönhetően, hogy titokban tartottam, velem voltak a történtek idején. Noha a brit újságok is tisztában voltak vele, hogy indulok a háborúba, továbbra is olyan intenzitással támadtak, mintha valami főben járó bűnt követtem volna el. Valóban megfelelő pillanat volt ez a távozásra. 2012. szeptember Ugyanolyan végtelennek tetsző repülésben volt részem, de ezúttal nem potya utasként. Nem kellett igénybe vennem rejtett fülkét, és a titkos emeletes ágyat. Ott ülhettem a többi katona társaságában, a csapat tagjának érezve magam. Amikor azonban földet értünk a Camp Bastionnál, rájöttem, hogy valamiben mégis különbözöm jó néhány társamtól. Többen is idegesnek tűntek, szűknek érezték az ádám csutkájukat szorító gallért. Emlékeztem erre az érzésre, de ez az alkalom számomra szinte hazatérést jelentette. Több mint négy esztendő elteltével, minden negatív előjel ellenére végre hazajöhettem. Századosi rangban, első szolgálati időszakom óta előléptettek. Szállásom ezúttal jobb volt. Utolsó szolgálati időszakom körülményeivel összehasonlítva már-már vegasszerű. A pilótákat királyi személyekként kezelték. Nem tudom megkerülni ezt a kifejezést, mindenki ezt használta. Nekik puha ágy és tiszta szoba jutott. Sőt, a szobák valóban szobák voltak, nem pedig árkok vagy sátrak. És mindegyikben működött a légkondicionáló berendezés. Egy hetet kaptunk, hogy kiismerjük magunkat a bastion környékén, és elmúljanak az időzóna váltás okozta tünetek. A bastion többi katonája segítőkész volt, és boldogan vezetett körbe minket a körletben. Velszázados, százados, itt vannak a latrinák. Velszázados, százados, itt juthat friss meleg pizzához. Akár kirándulásnak is tűnhetett, egészen 28. születésnapom estéjéig. A szobámban ülve a holmimat rendezgettem, amikor megszólaltak a szirénák. Kinyitottam az ajtót, és körbekémleltem. Az összes ajtó kinyílt, és mindenhol felbukkant egy-egy fej. Mindkét testőröm futva érkezett. Az utolsó szolgálati időszakomtól eltérően ezúttal velem voltak a testőreim, mivel most megfelelő szállás állt a rendelkezésükre, és el tudtak vegyülni a tömegben. Több ezer bajtársammal laktam ebben a komplexumban. Valaki azt mondta, megtámadtak minket. A távolból a repülőgép hangárok felől robbanások hallatszottak. Futni kezdtem apacs helikopteremhez, de testőreim megállítottak. Túlságosan veszélyes lenne. Hallottuk odakintről a kiáltozásokat. Készüljetek! Készüljetek! Mindannyian felvettük a golyóálló mellényt, és megálltunk az ajtóban, hogy ott várjuk a következő utasítást. Miközben még egyszer ellenőriztem a mellényt és a sisakot, egyik testőröm végtelennek tetsző triádába kezdett. Tudtam, hogy ez történik majd. Annyira tudtam. Szóltam is mindenkinek, de senki nem hallgatott rám. Azt mondták, pofa be. De én akkor is figyelmeztettem őket, hogy Harry Herceg meg fog sérülni. Kapj le! Vetették oda nekem. Aztán tessék, most itt állunk. Egy búgó orgánumus kót volt, akinek a hangja gyakran Sankanerit idézte. Normál körülmények között ennek meg volt a maga diszkrét bája, most azonban inkább úgy tűnt, mint a sonkanerire rátört volna a pánikroham. Félbeszakítottam, meg nem értett Kasszandraként előadott hosszas monológiát, mondtam, hogy most már fejezze be a szövegelést. Csupasznak és védtelennek éreztem magam. Nálam volt a 9 mm-esem, az SA 86 viszont már korábban elzárták. Mellettem álltak ugyan a testőreim, de nekem az abacsra volt szükségem. Az az egyetlen hely, ahol biztonságban és hasznosnak érezhetem magam. Tűzesőt akartam zúdítani a támadókra, bárkik is azok. További, az előzőeknél is hangosabb robbanásokat hallottunk, az ablakokon keresztül a fellobbanó lánynyelveket is láttuk. Amerikai kobrák dübörögtek a fejünk felett, remegett az egész épület. A kobrák tüzet nyitottak, és az apacsok is rémisztő robaj töltötte be a helységet, Mindannyian éreztük a félelmet és a megemelkedett adrenalin szintet. Mi, apacspilóták különösen izgatottá is váltunk, alig vártuk, hogy végre eljuthassunk a pilóta fülkékig. Valaki arra hívta fel a figyelmemet, hogy a bastion kiterjedése akkora, mint Reading városáé. Ugyan hogyan lennénk képesek eljutni térkép nélkül a helikopterekig, miközben lőnek ránk? Ekkor lefújták a riadót. Elhallgattak a szirénák. A rotorok dübörgése elhalkult. A bastion ismét biztonságban volt. Szörnyű áldozatok árán, amit később megtudtunk. Két amerikai meghalt, 17 brit és amerikai katona pedig megsérült. Aznap és a következő nap során megpróbáltuk rekonstruálni a történteket. Tálib harcosok amerikai egyenruhákat szereztek. Jukat vágtak a kerítésbe, és besúrantak a bázisra. Jukat vágtak a kerítésbe? Igen. Miért? Röviden, miattam. Azt mondták, hogy Harry herceget keresték. A tálibok valóban kiadtak egy közleményt, amelyben közölték, hogy Harry herceg volt a célpont, és a támadás időpontját is nagy gonddal választották ki. Nyilatkozatuk szerint az akciót a születésnapomra időzítették. Nem tudtam, hogy mennyire lehet hihető mindez, nem akartam elhinni. Egy dolog azonban vitathatatlan volt. A tálibok tudomást szereztek a jelenlétemről, és szolgálati időszakom sok egyéb részletéről is a brit sajtó által egy héten át folyamatosan közzétett híradásokból. 51. A támadást követően felmerült, hogy ki kellene vonni engem a frontvonalból. Ismét. Én még csak gondolni sem bírtam erre az esetőségre. A puszta feltételezés is elborzasztott. Hogy kiverjem a fejemből ezt a lehetőséget, beleástam magamat a munkába, igyekezvén felvenni a ritmust. A szigorú beosztási rend sokat segített. Két napig tervezett műveletekben vettem részt, három napig a nagyon magas készültség, azaz a VHR részlege által megkövetelt feladatokat láttam el. Röviden fogalmazva, egy sátor körül ücsörögtünk, és vártuk a parancsot. A VHR sátra úgy nézett ki, és olyan érzetet keltett, mint egy egyetemi tanulószoba. Már, ami a kollegialitást, az unalmat és a rendetlenséget illeti. Volt benne néhány repedezett felületű bőrkanapé, a falon egy nagy brit lobogó, és mindenfelé valamilyen harapnivaló. Fifáztunk, liter számra ittuk a kávét, és átlapoztuk a férfi magazinokat, hogy elüssük az időt. A Loaded meglehetősen népszerű kiadvány volt körünkben. Aztán hirtelen megjött a riasztás, és abban a pillanatban tanuló éveim meg életem minden más korszaka is rettentően távolinak tűnt. Az egyik srác úgy fogalmazott, nem sokban különbözünk a tűzoltóktól. Nem tévedett. Sohasem aludtunk mélyen, sosem adhattuk át magunkat a pihenésnek, mindig készenlétben álltunk. Nem számított, hogy teát szürcsölgettünk, fagylaltot nyalogattunk, egy lány miatt siránkoztunk, vagy a fociról értekeztünk, mindig kihegyezett érzékekkel, és izmainkat megfeszítve vártuk a riasztást. A riasztó egy telefon volt. Egy szimpla piros nyomógombok és tárcsa nélküli, mindössze kézi beszélővel rendelkező alapkészülék. Csengője Antik, tipikusan Britholmi. Breng! A hangja halványan ismerősnek tűnt, de elsőre nem tudtam megmondani honnan. Végül rájöttem. Pontosan ilyen készüléke volt Nagyinak is, Szentrinkemben, az óriási nappaliban lévő nagyasztalán. Onnan bonyolította telefonbeszélgetéseit a bridge partik között. Mindig négyen voltunk a VHR sátorban. Két pilótából és tüzérből álló repülőszemélyzet. Én voltam a tüzér, pilótámat Dévnek hívták. Magas, nyurga fickó, testfelépítése akár egy maratonfutóé, ami nem csoda, hiszen épp ezt a sportot űzte. Sötét, rövid haja és napbarnitott bőre volt. Rendkívüli és mélyen talányos humora volt, naponta többször is feltettem magamnak a kérdést, vajon Dév most komolyan beszél, vagy csupán egy szarkasztikus megjegyzést tett? Sohasem tudtam eldönteni. Azt gondoltam, hosszú időbe telik majd, mire kiismerem ezt a fickót. Végül sosem sikerült. Amikor meghallottuk a piros telefon csörgését, hárman mindent eldobtunk, ami a kezünk ügyében volt, és az apacshoz futottunk, miközben negyedik társunk felvette a telefont, és összegyűjtötte a művelet részleteit a vonal túlsó végén ülő szemétől. Sebesültek evakuálására volt szükség? Vagy közvetlen harci érintkezés történt. Ha ez utóbbi, akkor tudnunk kellett, mennyire voltak messze a csapatok, és milyen gyorsan tudunk odaérni hozzájuk. Az apacsban ülve bekapcsoltuk a légkondicionálót, becsatoltuk a hevedert és a golyóálló mellényt. Kiválasztottam a négy rádiókapcsolati lehetőség egyikét, további adatokat gyűjtöttem a küldetésről, és beütöttem a GPS koordinátákat a fedélzeti számítógépbe. Amikor életünkben először indultunk el egy apacsal, a repülést megelőző ellenőrzések összesen legalább egy órát vesznek igénybe, ha nem többet. A bastionban néhány hét elteltével Dév és én ezt az időt 8 percre csökkentettük, ami még mindig egy örök valóságnak tűnt. A gép nehéz volt, csordultig töltött üzemanyag teljes rakéta arzenállal felszerelve és egy 30 mm-es gépágyúval ellátva, tűzereje képes sajtá ajtályuggatni egy betonépületet, így indultunk bevetésre. Alig meglepő módon azt éreztük, hogy ez a sok anyag lefelé a föld irányába húz bennünket. Leges-legelső bevetésem egy közvetlen harci érintkezés során, dühösen vettem tudomásul a küldetésünk sürgős jellege, és a föld gravitációs ereje között feszülő ellentétet. Emlékszem arra, amikor a távolságot nagyon kicentízve repültünk el a bastion homokzsákokból emelt fala felett, hogy utána már nem is gondoltam többet erre a feladatra. A feladat adott. Életeket kell mentenünk. Néhány másodperccel később a műszerfal egyik ellenőrző lámpája villogni kezdett. Motorvezérlési rendellenesség ami azt jelentette, hogy le kell szállni a géppel. Azonnal. A francba. A tálibok fennhatósága alatt álló területen fogunk földet érni. Kezdtem magamban felidézni a Bodmin múrnál átélteket. Majd arra gondoltam, hogy mi lenne, ha figyelmen kívül hagynánk az ellenőrző lámpák fényét. Nem így történt. Dév már vissza is fordult a bastion felé. Ő volt a tapasztalta pilóta, már három szolgálati időszakot teljesített, és mindent tudott ezekről az ellenőrző lámpákról. Némeiket valóban figyelmen kívül hagyhattuk, Folyamatosan villognak, ezért kiszedjük a hozzá tartozó biztosítékokat, hogy végre leálljanak, ez azonban nem ilyen jelzés volt. Úgy éreztem, becsaptak. Menni, menni, és csak menni vágytam. Hajlandó lettem volna kockáztatni a lezuhanást, a fogságot, Bármit. Nem az a dolgunk, hogy okoskodjunk, amint azt Flea, ükű kapja, vagy Tennyson is megmondta. Vagy bárki. Az a lényeg, hogy az első sorban küzdjünk. 52. Sosem tudtam igazából felfogni, mennyire gyors gép az apacs. Rendszerint visszafogott, 140 km per órás sebességgel járőröztünk a célterület felett ám amikor sietnünk kellett a célterület irányába, felgyorsítottunk, akár egészen a 270 km per órás sebességig is. Mivel alig valamivel voltunk a talaj felett, minden háromszor annyira gyorsnak tűnt. Micsoda kiváltság megtapasztalni ezt a nyers erőt, gondoltam. Ráadásul a mi oldalunkon áll. A rendkívül kis magasságban repülés bevett eljárásnak minősült. A tálib harcosok így nehezebben észlelték, ha közelettünk. Sajnos a helyi kölykök is könnyebben tudtak így minket kövekkel dobálni. Soha nem hagyták ki. Néhány orosz gyártmányú légvédelmi rakétától eltekintve, a gyerekek kődobálásában kiismerült a tálibok légvédelmi képessége. A problémát nem a tálibok elkerülése, hanem megtalálásuk jelentette. Az első szolgálati időszakom óta eltelt négy év alatt sokkal profibbakká váltak a menekülésben. Az emberek rendkívül alkalmazkodók, háborús helyzetben pedig különösen azok. A tálibok pontosan kiszámolták, hány perc telik el a csapatainkkal való első kontaktus és a légi támogatás érkezése között. Belső órájukat így tökéletesen be tudták állítani. A lehető legtöbb emberre igyekeztek tüzet nyitni, majd leléptek. A rejtőzködésben is sokat fejlődtek. Mindenfajta erőfeszítés nélkül elvegyültek egy falu polgári lakosai között, vagy nyom nélkül felszívódtak az alagúthálózatukban. Nem menekültek el, hanem szétszóródtak, ezáltal sokkal zavarosabb, rejtélyesebb helyzetet idézve elő. Nem adtuk fel egy könnyen a keresést. Köröztünk oda-vissza, átfésültük a terepet, volt, amikor két órán keresztül is. Ennyi idő alatt fogyott el az apacs üzemanyaga. Néha még két óra elteltével sem voltunk hajlandók feladni a keresést, ezért újra tankoltunk. Egyik nap háromszor is visszamentünk üzemanyagért, így összesen nyolc órát töltöttünk a levegőben. Amikor végleg visszatértünk a bázisra, a helyzet már rendkívül kritikussá vált. Kifogytam ugyanis a vizeletgyűjtő zacskókból. 53. Én voltam az első a században, aki dűből húzta meg a ravaszt. Pontosan annyira emlékszem arra az éjszakára, mint bármelyik másikra az életemből. A VHR sátorban voltunk, csöngött a piros telefon, és mindannyian rohantunk a helikopterhez. Dévvel végrehajtottuk a repülést megelőző ellenőrzéseket, összegyűjtöttem a küldetése vonatkozó információkat. A bastionhoz legközelebb lévő ellenőrzőpontot kézi fegyverekből vették tűz alá. A lehető leghamarabb oda kellett jutnunk, és ki kellett derítenünk, honnan lőhettek. Felszálltunk, elsüvitettünk a fal felett, majd függőlegesen emelkedtünk 450 méteres magasságig. Pillanatokkal később a célterület felé fordítottam az látó berendezést. Ott vannak! Nyolc kilométerre tőlünk nyolc paca ki. Hőfoltokat láttunk, tulajdonosaik pedig éppen az összecsapás helyszínétől távolodtak. Dév azt mondta. Ezek biztosan ők lesznek. Igen, nincsenek odakint saját egységek, különösen nem ilyenkor. Biztosra kell mennünk. Erősítsétek meg, hogy nincs járőrünk most a falon kívül. Felhívtam az előre tolt repülés irányító csoportot. Visszaigazolták, hogy nincs odakint járőrünk. A nyolc paca fölé repültünk. Gyorsan két négyes csoportra váltak szét. Egymástól egyenlő távolságot tartva lassan haladtak egy csapás mentén. Ez a mi járőrözési technikánk volt. Utánoztak volna minket. Ekkor egyesével és kettesével mopedekre pattantak. Jeleztem az irányításnak, hogy tisztán látjuk a nyolc célpontot, és engedélyt kértem a támadásra. Mindig kötelező volt engedélyt kérni az akció megkezdése előtt, ha csak nem önvédelemről, vagy közvetlen fenyegetettségről volt szó. Az ülésem alatt egy 30 mm-es gépágyú volt, a szárnyakon pedig két darab 50 kg-os radarvezérelt Hellfire rakéta várta az indítást. Ezeket a fegyvereket különböző robbanó töltettel lehetett ellátni, közülük az egyik kiválóan alkalmas volt, a kimondottan fontos célpontok elpusztítására. A két Hellfire mellett rendelkeztünk még néhány nem radarvezérelt levegőföld rakétával, ami a pacsunkon az úgynevezett flecsettek voltak. Ezek pontos kilövéséhez egy bizonyos szögben előre kellett billenteni a helikopterórát mivel csak is ebben az esetben repült ki ez a bizonyos lövedék, mint apró dárdák felhője. A flecsett valójában 80 darab, 12,5 cm-es Wolfram nyilacskából álló halálos zápor. Még germsírben hallottam, hogy egy ilyen fegyverrel elért közvetlen találat után a mélyeinknek kellett összeszedni a fák közül néhány tálib maradványait. Dévvel készen álltunk a flecsett indítására. Az engedét viszont még mindig nem kaptuk meg. Vártunk, és vártunk. És azt figyeltük, amint a tálibok sietősen távoznak különböző irányokba. Azt mondtam Dévnek. Ha később megtudom, hogy ezek közül a fickók közül bármelyik megsebesített, vagy megölt csak egyet is a mieink közül, miután hagytuk őket meglépni, két motort követtünk, éppen egy kanyargós úton haladtak, majd külön váltak. Kiválasztottuk az egyiket, és a nyomában maradtunk. Végre visszajelzett az irányítás. Az általatok követett személyeknek mi a státusza? A fejemet ráztam, és azt gondoltam, a többségük már lelécelt, mivel annyira lassúak voltatok. Annyit mondtam, szétváltak, és most az egyik motort követjük. Engedély megadva. Néva Hellfire bevetését javasolta, én egy kicsit tartottam tőle. Helyette inkább a 30 mm gépágyúval lőttem. Elhibáztam. A motort ugyan eltaláltam, és az egyik férfi valószínűleg meghalt, a másik viszont felpattant és beruhant egy épületbe. Köröztünk, majd szárazföldi erőket vontunk be. Igazad volt, mondtam Dévnek. Semmi gond, felelte. Ez volt az első éles bevetésed. Jóval a bázisra visszatérés után mentális önvizsgálatot tartottam. Már korábban is vettem részt harcban és öltem is, de ez volt a legközvetlenebb harci érintkezésem az ellenséggel. A többi összecsapás személytelenebb volt. Itt és most tisztán láttam a célpontot, az ujjam az elsütő billentyűn pihent, majd lőttem. Feltettem a kérdést, hogy milyennek érzem magamat. Traumatizáltnak? Nem. Szomorúnak? Nem. Meglepetnek? Nem. Minden tekintetben felkészültnek? Tettem a dolgomat. Azt, amire kiképeztek. Azt is megkérdeztem magamtól, hogy érzéketlen vagyok-e, és a reakcióm hiánya lehet-e vajon a halállal kapcsolatos, immár hosszú ideje fennálló, ambivalens viszonyom következménye? Nem gondoltam, hogy így lett volna. Ez tényleg csak szimplomatek. Ezek rossz emberek voltak, akik rossz dolgokat követtek el a katonáink ellen. Ha az általam a forgalomból imént kivon fickó még nem ölt brit katonát, akkor hamarosan megtette volna. Likvidálása révén brit életeket mentettünk, és brit családokat kíméltünk meg. Kevesebb olyan fiatal férfit és nőt szállítanak haza, múmiaként körbetekerve, mint akikkel együtt értem haza négy éve kevesebb olyan sérültet ápolnak majd, mint akiket felépülésük közben látogattam meg a szelliókban és más kórházakban, valamint adott esetben azzal a bátor csapattal sem úgy vonulnánk az északi sark felé. Aznap legfőképpen, sőt, kizárólag az járt a fejemben, hogy bár csak az irányítás hamarabb adott volna visszajelzést, vagyis engedélyt a fegyverhasználatra, így le tudtuk volna szedni a másik hetet is. És mégis, és mégis, jóval az eset után, amikor egy barátommal beszélgettem, azt kérdezte tőlem: Befolyásolta esetleg az érzéseidet az a körülmény, hogy azok a gyilkosok motorokon ültek, amikkel a lesifotósok is előszeretettel közlekednek világszerte? Állíthatnám-e teljes mi miszerint egy motorosokból álló horda után folytatott hajszak közben, Agyam leghátsó zugában sem derenget fel a mercedes a párizsi alagútban üldöző motoros falka képe, vagy azért a bandái, amely engem is már ezerszer üldözött árkombokronát? Nem, nem állíthatom. 54. Az egyik drónunk azt figyelte, hogyan képzik a tálibok a harcosaikat. A közkeletű vélekedéssel ellentétben a tálibok jó felszereléssel rendelkeztek. Nem ahhoz fogható, amit mi használtunk, de megfelelő és szakszerű alkalmazásuk esetén kiválóan bevethető hatékony eszközök. Ebből következően gyakran kellett frissíteni katonáik ismereteit, ami rendszerint a sivatagban tartott oktatások során történt meg, amikor a kiképzők bemutatták az Oroszországból és Iránból érkező legújabb fegyvereket. Úgy tűnt, hogy a drón egy ilyen foglalkozás képeit rögzítette, egy lőgyakorlatét. Megcsörrent a piros telefon. Letettük a kávés és a Playstation-t, rohantunk az apacsokhoz. Észak felé repültünk nagy sebességgel, nyolc méteres magasságban. Kezdett ránk esteledni. Az irányítók a célponttól nyolc kilométernyire várakoztattak bennünket. Az egyre sűrű balkonyi homályban már alig láttuk a célterületet. Csupán árnyak mozgását érzékeltük. Motorkerékpárok állnak a falnak döntve. Várjatok még, szólt az utasítás. Kőröztünk és kőröztünk, vártunk, szinte lélegzetünket visszafolytva. Ekkor érkezett a jelzés. A lőgyakorlatnak vége. Mozgás, gyerünk, gyerünk! A legértékesebb célpont, a kiképző, motorra pattant, egyik tanítványa pedig felült mögé. Megindultunk feléjük, és érzékeltük, hogy 40 km per órás sebességgel haladnak, egyiküknél pedig egy, a használattól még mindig forró csövű PKM gépuska van. Hüvelykujjamat a mutató felett tartottam, figyeltem a kijelzőt, és várakoztam. Megvan! Fellúztam az egyik kioldó gombot a célzó lézer aktiválásához, a másikat pedig a rakéta kilövéséhez. A helikopteren használt hüvelykúj fogantyú feltűnően hasonlított arra, amivel az imént a Playstation-ön nyomtam a játékot. A rakéta éppen a motorkerekének küllőjelőt csapódott be. Ahogy a nagy könyvben megvan írva, pontosan úgy, ahogy tanították. Ha túl magasra lőnék, a lövedék elszáll a célpont feje felett. Ha túl alacsonyra, akkor az csak a port és a homokot verné fel. Delta Hotel. Közvetlen találat. Kilőttem még egy sorozatot a 30 mm -esből. Azon a helyen, ahol az imént még a motorkerékpár volt, most füstfelhőt és lángokat láttunk. Gratulálok, szólalt meg Dív. Visszatértünk a bázisra, és elemeztük a videófelvételt. Tökéletes likvidálás. Még játszottunk valamennyit a Playstation-nel, majd korán nyugovóra tértünk. 55 Nem könnyű pontosan célozni a Hellfire rakétával. Olyan elképesztő sebességgel repül az apacs, hogy nehéz stabilan célkereszben tartani valamit. Legalábbis nehéz lehet egyesek számára. Jó magam tűpontos célzási módszert fejlesztettem ki, mintha csak egy pabban darcoznék. Célpontjaim gyorsan mozogtak. A legnagyobb sebesség, amivel egy általam leszedett motorkerékpár haladt, 50 km per óra volt. A vezetője egy táli parancsnok, aki egész nap az egységeinkre tüzelt, a motor kormánya fölé hajolt, és onnan nézett vissza ránk az üldözőire. Szándékosan falvak között és azokon belül haladt, hogy fedezéknek használja a civileket, az idős embereket és a gyerekeket. Legfeljebb a falvak közötti tereb biztosított számunkra egy-egy percet, amikor végrehajthattuk az akciót. Dév felkiáltott: 200 méter van még a tiltott zónáig. Ez annyit jelentett, hogy 200 métert követően a táli parancsnok újabb gyermek mögött keres majd fedezéket. Újból dévet hallottam. Baloldalom fák lesznek, jobbra pedig egy fal. Vettem. Dév öt óra irányába fordította a gépet, és 180 méteres magasságra ereszkedett. Most! Lőttem! A hellfire eltalálta a motort, ami a fák közé csapódott. Dév a terület fölé repült, a füstpamacsok között egy tűzgolyót láttunk, valamint a motort. Emberi testet azonban nem. Készen álltam arra, hogy megsorozzam a területet a 30 mm-essel, de semmit sem láttam, amit megsorozhattam volna. Csak kőröztünk és kőröztünk, kezdtem ideges lenni. Meglépett volna, haver? Ott van. A motortól 15 méterre jobb kéz felé egy holtest hevert a földön. Találat megerősítve. Elrepültünk. 56. Három alkalommal is odavezényeltek minket arra az elhagyatott helyre, mégpedig egy bunkerrendszerhez, ami egy forgalmas főútra nézett. Azt a hírszerzés információt kaptuk, hogy rendszeresen gyülekeznek ott tálép harcosok. Három tragacsal érkeznek, kézi páncéltörő gránátvetőkkel és gépfegyverekkel felszerelkezve, elfoglalják a pozíciókat és várják az úton arra haladó teherautókat. Az irányítók látták, amint ez a csapat legalább egy konvojt már a levegőbe repített. Néhány tucatnyi férfi jelent meg, más alkalmakkor akár harmincan is lehettek. Teljesen egyértelmű, hogy tálibok. Háromszor is oda repültünk, hogy harcba szálljunk velük, mindháromszor hiába vártuk az engedélyt a támadásra. Soha sem tudtuk, miért történt így. Ezúttal viszont elszántak voltunk, bíztunk benne, Másként alakulnak a dolgok. Gyorsan a helyszínre értünk, és láttuk, amint egy éppen az úton közeledő teherautót vesznek célba a fegyveresek. Durva akció készülődött. Megállapítottuk, hogy ennek a teherautónak annyi, ha csak nem lépünk közbe. Engedét kértünk a támadásra. Megtagadták az engedét. Újra próbálkoztunk. Szárazföldi irányítás. Engedélyt kérünk ellenséges célpont megsemmisítésére. Álljatok készen létben. Bum! Hatalmas villanás és robbanás az úton. Most már üvöltve követeltük az engedélyt. Álljatok készen létben. a szárazföldi erők parancsnokának engedélyére várunk. Ordítottunk, miközben láttuk, hogy a detonáció darabokra szaggatta a teherautót, a férfiak pedig bepattantak ütött kopott járgányaikba, és felugrottak motorjaikra. Két motort követtünk. Könyörögtünk, hogy lőhessünk. Ezúttal egy másfajta engedélyért folyamattunk. Nem egy akció megelőzése, hanem egy éppen látott akcióra adandó válasz érdekében. Ennek az engedélynek a neve a 429 alfa volt. Megkapjuk a 429 alfát a támadáshoz? Áljatok készenlétben! Követtük a két motort több falunát, miközben morogtunk a háborús bürokráció és a magasrangú személyek vonakodása miatt, ami megakadályozta, hogy azt tegyük, amire kiképeztek minket. Zúgolódásunk nem különbözött bármelyik háború bármelyik katonájáétól. Harcolni akartunk, nem értettük a tágabb keretet, a geopolitikai tényezőket, az összképet. Gyakran közölte néhány parancsnok, szűk körben, de néha akár nyilvánosan is, attól tartanak, hogy minden egyes megölt tálibbal három újabbat hívunk életre. Ez volt az oka rendkívüli elővigyázatosságuknak. Néha úgy éreztük, hogy a parancsnokoknak igaza van. Még több tálibot hívunk életre. Csak hogy annál mindenképpen jobb választ adhattunk volna, mint hogy a közelben lebegünk, miközben ártatlanokat mészárolnak. Az öt percből tíz lett, a tízből pedig húsz. Sosem kaptuk meg az engedélyt. 57. Az összes likvidálás rendelkezésre állt képanyag formájában. Az apacs mindent látott és rögzített az órában elhelyezett kamerája révén. A küldetéseket követően alapos elemzésnek vetették alá a felvételeket. Visszatérve a bastionra besétáltunk a kiértékelő helyiségbe, becsúsztattuk a videóanyagot a szerkezetbe, azt tovább küldte a végrehajtott likvidálást a falra erősített plazmatévékre. Század parancsnokunk órát ráncolva szinte a képernyőbe dugta az arcát, miközben vizsgálódott és mormogott. Nem csupán kereste a hibákat, hanem éhes ragadozóként egyenesen vadászott rájuk. Mindenképpen meg akart fogni minket valamivel. Erettenetes nevekkel illettük, amikor éppen nem volt a közelben. Közel jártunk ahhoz, hogy a jelenlétében is így szólítsuk meg. Végül is kinek az oldalán áll? Ő azonban pontosan ezt szerette volna. Megkísérelte kiprovokálni, hogy kimondjuk a kimondhatatlant. Miért? Végül abban állapodtunk meg, hogy a féltékenység lehetett az oka az rákhatta belülről, hogy sohasem húzta meg a ravaszt együtt sem. Sosem támadta meg az ellenséget. Ezért inkább minket támadott. Legjobb igyekezete ellenére sem volt képes soha semmilyen kivetni való találni likvidálási akcióink értékelései során. Hat olyan küldetésben vettem részt, amely emberi élet kioltásával végződött, és ezeket az akciókat egy olyan ember bírálta el, aki legszívesebben kínpadra vonzolt volna minket. Végeredményben minden eljárást igazolt és jóvá hagyott. Én sem találtam bennük kivetni valót. Különösen utálatossá tette a szakaszparancsnok hozzáállását a tény, hogy egy valós és jogos félelemre épített. Egy félelemre, amiben mindannyian osztoztunk. Az afganisztáni hadművelet, a hibák, tévedések, és a hatalmas mértékű járulékos veszteségek háborúja volt. Ártatlanok ezrei haltak meg, és szenvedtek maradandó károsodást, ez pedig mindig is kísértett minket. Célom tehát érkezésem napjától kezdve nem lehetett más, mint hogy minden kétséget kizáróan megbizonyosodjak a felől, hogy helyesen jártam el. Csak úgy hajthattam álomra a fejem, ha biztosan tudtam, hogy a megfelelő célpontra Azaz, csak is tálibokra lőttem, és nem volt civil a közelben. Összes végtagom birtokában szerettem volna hazatérni Nagy-Britanniába, és még ennél is fontosabb volt, hogy tiszta maradjon a lelki ismeretem. Ennek megfelelően mindig teljesen tudatában kellett lennem annak, hogy mit és miért tettem. A legtöbb katona nem tudja megmondani, pontosan hány ember haláláért felelős. Harci körülmények közepette, Gyakran komoly nagyságrendben fordulhatnak elő vaktában leadott lövések. Az apacsok és a laptopok korában időbélyeggel ellátva rögzítettek mindent, amit csak a két szolgálati időszakom alatt tettem. Mindig pontosan meg tudtam mondani, hány ellenséges harcossal végeztem. Fontosnak tartottam, hogy soha ne riadjak meg ettől a számtól. Sok mindent megtanultam a seregben ezek közül az elszámolhatóság alig hanem a prioritási lista csúcsán állt. Esetemben ez a szám 25, ami nem tölt el elégedettséggel, ugyanakkor érzetet sem kelt bennem. Természetesen jobban szeretném, ha a szám nem szerepelne a katonai önéletrajzomban, és nem ez maradna meg elmémben, ugyanakkor azt is nagyra értékelném, ha egy háború és tálibok nélküli világban élhetnék. De még a magamfajta, olykor-olykor elvarázsolt gondolkozásra hajlamos embernek is tudomásul kell vennie a megváltoztathatatlan realitásokat. A harc hevében nem tekintettem embernek ezt a 25 szemét. Ha embernek tekintettem volna őket, akkor képtelen lettem volna végezni velük, vagy akár csak ártani is nekik. Ők a saktábláról eltávolítandó figurák voltak, a rosszak, akiket mindenképpen le kellett kapni, mielőtt megölhették a jókat. Arra képeztek ki, meglehetősen jól, hogy másokként tekintsek rájuk. Bizonyos szinten felismertem ennek a tanult szétválasztásnak a problematikus mi voltát. Ugyanakkor azt is láttam, hogy mindez elkerülhetetlen részét képezi a katonáskodásnak. Egy újabb realitás, amit nem lehet megváltoztatni. Mindezek fényében sem állítom, hogy csupán aféle robotként tevékenykedtem volna. Sosem felejtem el azokat a perceket, amikor az Eton TV szobájában voltunk, abban, amelyiknek kék ajtaja van. Láttam, amint szétolvadnak az ikertornyok, és emberek ugranak le a tetőről, a legfelső szintekről. Ahogyan sosem felejtem el azokat a szülőket, házastársakat, a gyerekeket sem, akikkel New Yorkban találkoztam. Édesanyjuk és édesapjuk fényképét szorongatták, akiket összezúzott, elporlasztott és elevenen elégetett ez az iszonyat. Szeptember 11-e szörnyű csapása kitörölhetetlen az emlékezetemből, és annak mindenféle felelőse, a velük rokon szemvező, őket támogató, velük szövetséget ápoló és nyomdokaikba lépő személyekkel egyetemben, nem csupán saját ellenségünknek, de az egész emberiség ellenségének tekintendő. Az ellenük folytatott harc egyben bosszú és visszavágás a világtörténelem egyik legförtelmesebb bűncselekményéért, egyben pedig megelőző csapás is annak érdekében, hogy soha ne történhessen meg újból. Amikor 2012. karácsonyatáján szolgálat időm a végéhez közeledett, voltak kérdéseim és aggájaim a háborúval kapcsolatban, ám ezek egyike sem volt morális természetű. Továbbra is hittem a küldetésben, és csak azokon a lövéseken töprengtem el, amelyeket végül nem adtam le. Például akkor éjjel, amikor azért riasztottak bennünket, hogy támogatást nyújtsunk néhány burkának. Tálib harcosok bandájának szorításában vergődtek, és amikor odaértünk, összeomlott a kommunikációs rendszerünk, ezért nem tudtunk nekik segíteni. Ez még mindig kísért engem. Hallom gurka testvéreim szavait a rádióadóvevőben. Eszembe ötlik mindegyik, általam ismert és szeretett gurka, valamint az is, hogy nem tehettem értük semmit. Amikor összecsomagoltam a holmimat és elköszöntem a többiektől, nem áltattam magam. Sok minden nyomja a lelkemet. De csupa olyasmi, amit természetesnek tartok. Azt sajnáltam, amit nem tettem meg, és sajnáltam azokat a briteket és amerikaiakat, akiknek nem tudtam segíteni. Sajnáltam, hogy nem tudtam befejezni az elkezdett munkát, legfőképpen pedig azt sajnáltam, hogy eljött a távozás pillanata. 58. Teletömtem a bergenemet poros ruhákkal és két szuvenírrel. Egy bazárban vásárolt szőnyeggel és egy 30 mm-es töltényhüvelyjel az apacsról hoztam magammal. 2013. első hete. Még mielőtt felszállhattam volna a gépre a társaimmal, bementem egy sátorba és leültem az egyetlen üres székre. Hátra volt a következő kilépő interjú. A kiválasztott riporter megkérdezte, Mit csináltam Afganisztánban? Elmeséltem neki. Megkérdezte, hogy lőttem-e az ellenségre. Micsoda? Igen. Hátrahajtotta a fejét, meglepődött. Mégis mit gondolt, mit kerestünk itt? Magazin előfizetéseket értékesítettünk talán? Megkérdezte, hogy megöltem-e valakit. Igen. Meglepődött újra. Próbáltam elmagyarázni neki. Ez egy háború haver, ha nem tudnád. A sajtóra terelődött a beszélgetésünk. Elmondtam a riporternek, hogy szerintem a brit sajtó csapnivaló, különösen a bátyám és a sógornőm esetében, akik nem rég jelentették be, hogy gyermeket várnak, erre valósággal üldözni kezdték őket. Megérdemlik, hogy békében jöjjön világra a gyermekük, mondtam. Bevallottam neki, hogy apám könyörgött, ne foglalkozzam többet a sajtóval, ne olvassak újságot. Azt is hozzátettem, hogy minden egyes alkalommal bűntudatom volt, amikor mégis megtettem, mert ezzel bűnrészessé váltam. Mindenki bűnös, aki újságot vesz, de remélhetőleg senki sem hiszi el, ami benne áll. De persze, hogy elhitték. Az emberek elhitték, és éppen ez volt a gond. A britek, akik a világ legműveltebb emberei közé tartoznak, egyúttal a legkiszékenyebbek is. Még ha nem is hiszek el minden egyes szót, mindig marad bennük némi csodálkozás. Nem zörög a haraszt, még ha minden kétséget kizáróan meg is cáfoltak egy hazugságot, a kezdeti hit nem tűnik el nyomtalanul. Különösen akkor, ha a hazugság negatív. Valamennyi emberi elfogultság közül a negatív előítélet a leginkább kitörölhetetlen. Beleég az agyunkba. Részesítsd előnyben a negatívumokat, tekintsd fontosabbnak a negatívumokat, ennek köszönhették őseink a túlélésüket. Éppen erre számítanak az Isten verte újságok, akartam mondani, de nem tettem. Ez nem ilyen természetű beszélgetés volt, egyáltalán nem volt vita közöttünk. A riporter tovább akart haladni, hogy Vegasról kérdezzen. A rossz fiú Harry, ugye? A mulatós Harry. Összetett érzések kavarogtak bennem az Afganisztántól való búcsú miatt, de alig vártam már, hogy elköszönhessek ettől a fickótól. Először is a századommal Ciprusra repültem, amit a hadsereg dekompressziónak nevezett. A legutóbbi bevetésem után nem került sor kötelező dekompresszióra, ezért izgatott voltam, bár nem annyira, mint a testőreim. Basszus, végre, ihatunk egy hideg sört. Mindenki pontosan két doboz sört kapott. Többet nem. Én nem szerettem a sört, ezért odaadtam a fejadagomat egy katonának, akin látszott, hogy szüksége van rá. Úgy reagált, mintha Rolexet adtam volna neki. Ezután elvittek minket egy kabaréba. A részvétel úgy szólván kötelező volt. Bárki is szervezte ezt a programot, jó szándékkal tette. Egy kis könnyed szórakozás a pokoljárás után. És a teljes igazság kedvéért elismerem, néhányan tényleg nevettek, de a legtöbben nem. Küzdködtünk, de ennek nem voltunk tudatában. Emlékeket kellett feldolgoznunk, lelkisebeket gyógyítanunk, egzisztenciális kérdéseket rendeznünk. Azt mondták nekünk, hogy elérhető számunkra egy lelkész. Ha beszélgetni szeretnénk, de emlékszem rá, hogy senki nem ment még a közelébe se. Szóval csak ültünk a kabaréban, ugyanúgy, ahogyan a katonai sátorban ücsörögtünk. A felfüggesztett életműködés állapotában, várakozva. Sajnáltam a komikusokat. Nehéz dolguk volt. Mielőtt elindultunk Ciprusról, valaki azt mondta, hogy tele vannak velem az újságok. Tényleg? Az interjú? a francba is. Teljesen elfelejtettem. Úgy tűnik, elég nagy feltűnést keltettem azzal, hogy bevallottam, embereket öltem. Egy háborúban. Oda-vissza kritizáltak azért, mert gyilkos vagyok, és mert közönnyel viszonyultam ehhez. Futólag említettem, hogy az apacs vezérlése a videójátékok vezérlésére emlékeztet. Ami így jött le, Harry a gyilkolást a videójátékokhoz hasonlítja. Eldobtam az újságot. Hol az a lelkész? 59. SMS-t küldtem Kresznek, hogy tudassam vele, itthon vagyok. Visszaírt és azt mondta, hogy ez megkönnyebbülés a számára, amitől én is megkönnyebbültem. Nem tudtam, mire számítsak. Látni akartam, mégsem terveztünk semmit. Az első beszélgetésünk során nem. Volt némi távolságtartás közöttünk, egyfajta merevség. Megváltoztál, Harry. Pedig nem érzem magam másnak. Nem akartam, hogy azt higgye, megváltoztam. Egy hittel később néhány barátom vacsorára hívott. Isten hozott itthon Spike. Arthur haverom rendezte a vacsorát. Kressz az unoka hugommal, Eugene nel érkezett azaz Eudzsal. Mindkettőjüket megöleltem, és láttam a döbbenetet az arcukon. Azt mondták, teljesen más embernek látszom. Testesebbnek, nagyobbnak, idősebbnek. Igen, igen, mindezek. De valami más is, amit nem tudtak megnevezni. Bármi is volt az, Kresszida ijesztőnek vagy taszítónak érezte. Megegyeztünk tehát, hogy nem újítjuk fel a kapcsolatunkat nem is lehetett. Nem lehet folytatni a kapcsolatot valakivel, akit nem is ismersz. Ha továbbra is randizni akartunk volna egymással, már pedig én mindenképpen szerettem volna, akkor előről kellett volna kezdenünk. Hello, Kressz vagyok. Hello, Hez vagyok. Örülök, hogy megismerhetlek. 60. Minden nap korán keltem, Bementem a központba, elvégeztem a munkám, de nem volt benne semmi örömöm. Értelmetlennek éreztem, és unalmasnak. Kétségbejtően unalmasnak. Sírni tudtam volna, nem láttam értelmét semminek. Nem lebegett előttem semmilyen cél. Mi ez kezdjek ezután? Ezt kérdeztem magamtól minden éjjel. Könyörögtem a parancsnokaimnak, hogy küldjenek vissza. Hová vissza? A háborúba. Még mit nem? Mondták. Haha, ha, ha, szó se lehet róla. 2013. márciusában üzenetet kaptam a palotából, újra hivatalos látogatásra akarnak küldeni. Először a Karib-szigeteki útam óta. Ezúttal Amerikába. Örültem, hogy vége az unalomnak. Viszont aggódtam amiatt is, hogy vissza kell térnem büntettem színhelyére hogy megint elárasztanak a Vegasra vonatkozó kérdésekkel. Nem, ettől ne féljek, mondták a palota alkalmazottai. Az lehetetlen. Az idő és a háború háttérbe szorította Vegaszt. Ez szigorúan jó szolgálati körút, a sebesült brit és amerikai katonák rehabilitációjának elősegítését célozza. Senki sem fogja szóba hozni Vegaszt, uram. Snitt 2013. májusa amikor bejártam a Sandy Hurikán pusztította területeket, Chris Christie, New Jersey kormányzója oldalán. Egy kék jacket kaptam tőle ajándékba, amit a sajtó úgy tálalt, mintha ő gondoskodott volna a ruházkodásomról. Valójában Christie is így állította be a történteket. Egy riporter megkérdezte tőle, mit gondol a Las Vegasban töltött időszakomról, mire Christie megesküdött, hogy ha az egész napot vele töltöm, akkor senki sem fog mesztelenre vetkőzni. A mondattal nagy nevetést váltott ki, mert Kriszti köztudottan test testalkatú. Jersey előtt Washington DC-be jártam, ahol találkoztam Barack Obama elnökkel és Michelle Obama First Lady-vel. Meglátogattam az Arlingtoni Nemzeti Temetőt, koszorút helyeztem el az ismeretlen katona sírjánál. Korábban már tucatnyi koszorút vittem az emlékművekhez, de Amerikában más volt a rituálé. A koszorút nem a látogató helyezi el a sírra, hanem egy fehérkesztűs katona, ő pedig ezután egy pillanatra ráteszi a kezét a koszorúra. Meghatónak találtam ezt a plusz gesztust, ezt a közös fellépést egy másik élő katonával. A kezemet a koszorúra tettem, erre az extra másodpercre, de közben megrendültem, megrohantak az emlékképek azokról a férfiakról és nőkkel, akikkel együtt szolgáltam. A halára, a sérülésekre, a gyászra gondoltam, Helman tartománytól a szendi hurikánon át, az alma alagútig, és azon tűnődtem, mások hogyan tudták zöggenőmentesen folytatni utána az életüket, míg én ilyen kétségek között vergődtem, és zavarodott voltam, és még valami mást is éreztem. Mit is? Ezen tűnődtem. Szomorúságot? fásultságot? Nem tudtam megnevezni, és anélkül, hogy megnevezhettem volna, elkapott egyfajta szédülés. Mi történt velem? Az amerikai turné mindössze öt napig tartott, mint egy igazi forgószél, meg annyi látnivaló és arc, meg annyi figyelemre méltó pillanat, de út közben, hazafelé a repülőn csak egy epizód járt a fejemben. Kolorádóban történt. Úgy nevezik, Warrior Games, valami olimpiaféleség, sebesült katonáknak rendezik, 200 férfi és nő részvételével, megindító volt látni őket. Figyelhettem őket közelről, láthattam, hogy életük legjobb pillanatát élik át, láttam, hogy teljes erőbedobással versenyeznek, és megkérdeztem tőlük, hogyan. Ez sport, mondták. A legegyenesebb út a gyógyuláshoz. A legtöbbjük született sportoló volt. Elmondták, hogy a játékok által, sebesüléseik dacára újra felfedezhetik fizikai képességeiket és kitejesíthetik tehetségüket. Ennek eredményeképpen a sérüléseik, mind a mentális, mind a fizikai sebeik eltűntek. Talán csak egy napra, vagy egy pillanatra, de ez is több, mint elég. Ha egyszer egy sebet eltüntetsz bármennyi időre is, akkor már nem a sérülésed irányít téged, hanem te magad. Igen, gondoltam. Értem. Így aztán a repülőutam során vissza Nagy-Britanniába tartva gondolatban felidéztem ezeket a játékokat, és azon tűnődtem, vajon rendezhetnénk-e mi is valami hasonlót oda haza. A Warrior Games valamilyen változatát, talán több katonával, nagyobb publicitással, több előny biztosítva a résztvevők számára. Jegyzeteket készítettem egy papírlapra, és mire a gépen felszállt, az alapötlet már kirajzolódott. Egy paralimpia a világ minden tájáról érkező katonák részvételével. A londoni olimpiai parkban, ahol a londoni olimpia is volt. A palota teljes támogatásával és együttműködésével esetleg? Nagy kérdés. De úgy éreztem, szertettem némi politikai tőkére. Vegas ellenére, annak ellenére, hogy akadt olyan cikk, ami valamiféle háborús bűnösnek állított be, rovott múltam ellenére úgy tűnt, a britek általában pozitívan viszonyulnak a tartalékhoz. Az volt az érzésem, hogy kezdek magamra találni. Ráadásul a legtöbb britta háború népszerűtlensége ellenére összességében, pozitívan viszonyult a katonai közösséghez. Bizonyára támogatnának egy a katonák és a családjaik megsegítését célzó erőfeszítést. Első lépésként megkeresném a Royal Foundation board ami felügyeli a jótékonysági projektjeimet, ahogyan Vili és két projektjeit is. Ez a mi alapítványunk, úgyhogy azt mondtam magamnak, nem probléma. A naptár is mellettem szólt, Mindez 2013 koranyarán történt. Willi és két hetekkel az első gyermekük születése után egy ideig nem teljesítettek semmiféle szolgálatot. Az alapítványnak tehát éppen nem volt semmilyen projektje folyamatban. Csak ültek a nagyjából 7 millió font tőkén, és nem történt vele semmi. Pedig ha ez a nemzetközi Warrior Games beválna, akkor növelné az alapítvány ismertségét, ami felpesdíteni az adományozók kedvét, és a sokszoros áradúzzaszthatná az alapítvány számláit. Ennyivel többel számolhatnánk akkor, amikor Willy és két visszatérnek teljes munkaidőben. Szóval rendkívül magabiztos voltam a nagy dobásomat megelőző napokban. Az addig tartott, amíg eljött a nagy nap. Rádöbbentem, milyen nagyon akartam ezt az egészet, a katonák és családjaik miatt. És ha őszintén akarok lenni, önmagam miatt is. És ez a hirtelen jött idegroham megakadályozott abban, hogy a legjobb formámat hozzam. Mégis túljutottam rajta, és a bizottság igent mondott. Izgatottan kerestem meg Willit, és arra számítottam, hogy ő is izgalomba jön majd. Nagyon ingerült volt. Azt kívánta, bár csak előbb vele beszéltem volna meg ezt az egészet. Azt mondtam, hogy feltételezem, mások már megtették. Sérelmezte, hogy a királyi alapítvány összes pénzét elhasználtam. Ez abszurdum. Morogtam. Nekem azt mondták, hogy mindössze fél millió fontnyi támogatásra lenne szükség a játékok elindításához, vagyis az alapítvány pénzének töredékére. Ráadásul a pénz az Endövör fantól érkezett, az alapítvány egyik ágától, amit kifejezetten a veteránok felépülésének támogatására hoztam létre. A többi adományozóktól és szponzoroktól származna. Mi folyik itt? Tűnődtem. Aztán rájöttem. Istenem! A testvérek közötti vetélkedés. A kezembe temettem az arcom. Még mindig nem jutottunk túl ezen. Az egész örökös kontra tartalék rivalizáláson Nincs egy kicsit késő már ehhez a fárasztó gyerekkori témázáshoz. De ha még nincs, ha Willi még mindig ragaszkodik kettünk rivalizálásának folytatásához, ahhoz, hogy testvéri vetélkedésünkből valamiféle magánolimpiát kreáljon, nem tette szert behozhatatlan előnyre mostanában. Ő már megnősült, és úton van a gyermeke, míg én egyedül eszegetem a házhoz szállított kaját, a mosogató fölé hajolva, ami apu mosogatója, mert még mindig apunál lakom. Vége a játéknak ember. Te nyertél. 61. Varázslatra számítottam. Azt hittem, hogy ez a kihívást jelentő nemes feladat, a nemzetközi harcos játékok létrehozása átröpít majd a háború utáni életem következő szakaszába. Nem így alakult. Ehelyett napról napra enerváltabbnak éreztem magam, reménytelenebbnek, elveszettebbnek. 2013 nyarának végére bajban voltam, a bénító letargia és a félelmetes pánikrohamok között hánykolódtam. A publikus életem arról szólt, hogy ki kell állnom az emberek elé, beszédeket kell mondanom, előadásokat kell tartanom, interjúkat kell adnom, és ott tartottam, hogy jóformán képtelen vagyok ezekre az alapvető funkciókra. Órákkal egy beszéd vagy nyilvános szereplés előtt már csuromvizesre izzadtam magam. Aztán maga az esemény alatt képtelen voltam gondolkodni, az agyamat elzsibbasztotta a félelem és a menekülés vágya. Újra és újra éppen csak sikerült visszafognom magam, hogy ne engedjek a menekülési kényszernek, de el tudtam képzelni azt a napot, amikor nem leszek képes rá, amikor tényleg leugrom a színpadról, vagy kiviharzok a teremből. Valóban úgy tűnt, gyorsan közeledik ez a nap, és már magam előtt láttam a harsány szalak címeket, amik mindig megtriplázták a szorongásomat. A pánik sokszor azzal kezdődött, hogy reggel első dolgom volt felvenni az öltönyömet. Furcsa, ez lett a kiváltók, az öltöny. Ahogy begomboltam az ingemet, éreztem, hogy az egekbe szökik a vérnyomásom. Amint megkötöttem a nyakkendőmet, éreztem, hogy összeszorul a torkom. Mire belebújtam a zakomba, Befűztem az elegáns cipőt, már patakzott az izzadság az arcomon és a hátamon. Mindig is érzékeny voltam a melegre, ahogy apu is. Viccelődtünk is rajta. Azt mondtuk, nem erre a világra születtünk. Rohadt hó emberek, fene a jó dolgúba. A Szentrénkemi ebédlő például Dante Pokla volt a mi változatunkban. Szentrénkem nagy része kellemesen meleg volt, de az ebédlő szubtrópusi klímájú. Apuval mindig megvártuk, hogy a nagyi félre nézzen, aztán valamelyikünk felugrott, oda sprinteltünk az ablakhoz, és kinyitottuk egy centire. Ó, az az áldott hűvös levegő! A korgik azonban mindig elárultak minket. Nyűszítettek a hűvös levegő miatt, és Nagyi azt kérdezte ilyenkor. Húzat van? Aztán egy inas azonnal becsukta az ablakot azzal a jellegzetes csattanással, amit nem lehetett megúszni, mert az ablakok annyira régiek voltak. Mintha egy börtöncella ajtaját csapták volna be. De most, bármilyen nyilvános szereplése készültem, függetlenül a helyszíntől, úgy éreztem magam, mint a Szentrinke métkezőjében. Az egyik beszédem alatt annyira kimelegettem, hogy biztos voltam benne, mindenki észrevette is, és erről beszél. Az egyik állófogadás alatt kétségbe esetten kerestem még valakit, aki ugyanúgy szenved a melegtől, mint én. Biztosítékra volt szükségem, hogy nem csak én vagyok ilyen, de nem találtam senkit. Mint általában a félelem, az enyém is áttétellel terjedt. Rövidesen már nem csak a nyilvános szereplésektől szorongtam, hanem minden nyilvános helyszíntől, bármiféle tömegtől. Már attól is rettegtem, ha más emberek közelében kellett lennem. Mindennél jobban féltem a kameráktól. Sosem kedveltem őket, de most már elviselni sem bírtam. Az objektív kinyíló és becsukódó zárjának árulkodó kattanása egy egész napra kihozhatott a sodromból. Nem maradt más választásom, elkezdtem inkább otthon maradni. Napról napra, estéről estére csak ücsörögtem, ettem és néztem a huszonnégyet. Vagy a jó barátokat? Azt hiszem, 2013-ban a sorozat összes epizódját megnéztem. Úgy döntöttem, én vagyok Chandler. Az igazi barátaim csak úgy mellékesen megjegyezték, hogy mintha nem lennék önmagam, mintha influenzás lennék. Időnként azt gondoltam, lehet, hogy nem is vagyok önmagam. Talán éppen ez zajlik bennem. Lehet, hogy ez valamiféle átváltozás. Egy új énem bontakozik ki. És én ez az új valaki maradok majd, ez a rémült ember hátralévő napjaimra. Vagy talán mindig is ez voltam én, csak most vált nyilvánvalóvá. A pszichém akár a víz most állt be a szintjére. Kutattam a Googlin, magyarázatot keresve. Beírtam a tüneteimet különböző egészségügyi keresőkbe. Próbáltam öndiagnózist felállítani, hogy megnevezzem, mi a bajom pedig a válasz ott volt az órom előtt. Olyan sok katonával találkoztam, annyi fiatal férfival és nővel, akik posztraumás stresszben szenvedtek, és hallottam, hogy milyen nehéz volt elhagyniuk a házat, milyen kényelmetlen volt számukra más társaságban lenni, milyen gyötrelmes volt belépniük egy nyilvános helyre, különösen akkor, ha az zajos is volt. Hallottam őket arról beszélni, hogy gondosan időzítették a boltba vagy a szupermarketbe járást, és percekkel a zárás előtt érkeztek, hogy elkerüljék a tömeget és a zajt. Mélyen együtt éreztem velük, és mégsem vettem észre az összefüggést. Soha sem jutott eszembe, hogy én is posztraumás stressztől szenvedek. Dacára a sebesült katonák körében végzett munkámnak, az ő érdekükben tett erőfeszítéseimnek, a küzdelmemnek, hogy létrehozzak sporteseményeket, amelyek ráirányítják a figyelmet az állapotukra, soha meg sem fordult a fejemben, hogy én magam is sérült katona vagyok. És az én háborúm nem Afganisztánban kezdődött, hanem 1997. augusztusában. 62. Egyik este felhívtam Thomas barátomat, Thomas drága jó barátom, Henners fivérét. Tomaszt, aki annyira vicces és szellemes volt. Tomaszt, akinek ragályos a nevetése. Tomaszt a szebb napok eleven élő emlékét. A Clarence house voltam, a tévészoba padlóján ültem, valószínűleg a jó barátokat néztem. – Hello, Boz! Mi csinálsz most? – nevetett. Senki más nem hívta Boznak. – Harry Z. ha -ho. mosolyogtam. Senki más nem hívott Harry nek rajta kívül. Azt mondta, épp egy üzleti vacsoráról jött el. Örült, hogy van kivel beszélgetnie, ami hazafelé tart. A hangja, ami annyira hasonlított a bátyjáéra, azonnal megnyugtatott. Boldoggá tett, még ha nem is ő volt, Henners. Azt mondta, ő is küzd. Váló volt, más nehézségei is akadtak. A beszélgetés fonala óhatatlanul a legnagyobb nehézséghez, minden nehézség forrásához, Hennershez vezetett. Thomasnak nagyon hiányzott a bátyja. Nekem is hiányzik, mondtam. Ember, nekem is. Megköszönte, hogy felszólaltam egy rendezvényen, ahol pénzt gyűjtöttek Henners jótékonysági szervezetének. Ki nem hagytam volna. Erre valók a barátok. Magára az eseményre gondoltam, és az esemény előtti pánikrohamra. Aztán emlékeket idéztünk fel véletlenszerűen. Thomas és Henners, Willi és én, a szombat délelőttök, szombat délutánok, amikor mamival lustákodtunk, tévét néztünk, böfögő versenyeket rendeztünk. Anyád olyan volt, mint egy kamasz fiú. Az volt barátom. Amikor Andrew Lloyd Webbert mentünk mamival meglátogatni, amikor Henners meg én letoltuk a gatyánkat, és mesztlen seggünket mutogattuk a Ludgrovi biztonsági kameráknak. Ezen mindketten nevetni kezdtünk. Emlékezett rá, hogy Hennerszel olyan közel álltunk egymáshoz, hogy mások Jacknek és Russellnek hívtak minket. Talán azért, mert Willinek és nekem Jack Russell terrierjeink voltak. Ó, azon tűnődtem, hol lehet most Hennersz. Talán mamival van, az afganisztáni halottakkal. Gangan is ott van vele. Thomas kiáltása zökkentett ki ebből a gondolatmenetből. Bóz, jól vagy haver? Dühös kiáltásokat hallottam, dulakodás hangjait. Kihangosítottam a telefont, végig rohantam a folyosón, fel a lépcsőn, berontottam a rendőrségi szobába. Azt kiabáltam, hogy a barátom bajban van. A telefon fölé hajoltunk, úgy füleltünk, de a vonal már megszakadt. Nyilvánvaló volt, Tomaszt kirabolták. Szerencsére véletlenül megemlítette annak az étteremnek a nevét, ahol vacsorázott, a Battersea-ben. Ráadásul tudtam, hol lakik. Megnéztük a térképet, a két pont között csak egyetlen logikus útvonal adódott. Több testőrrel együtt én is oda siettem. Az út szélén bukkantunk rá Tomaszra, az Albert híd közelében. Megverve, összetörve. Bevittük a legközelebbi rendőrősre, ahol aláírta a vallomását. Aztán hazavittük. Útközben folyton hálálkodott, amiért a megmentésére siettem. Szorosan megöleltem. Mire valók a barátok? 63. Kaptam egy íróasztalt a Wetiszem repülőtéren, amit utáltam. Sosem akartam íróasztalt. Nem bírtam elviselni, ha egy íróasztalnál kell üldögélnem. Apu imádta az íróasztalát, úgy nézett ki, mint akit oda szegeztek, szerelmesen, a könyveivel és a pústatáskáival körülvéve. Én sohasem voltam ilyen. Új feladatot is kaptam, mélyítsem el az apacsokról szerzett tudásomat. Talán elindulhatok a kiképzővé válás útján. Ez szórakoztató munkának ígérkezett. Másokat tanítani repülni, de nem volt szórakoztató. Egyszerűen nem éreztem, hogy ez lenne a hivatásom. Újra felvetettem a háborúba való visszatérés ötletét. A válasz ismét egy határozott nem volt. Még ha a hadsereg hajlandó is lett volna kiküldeni, Afganisztánban már végéhez közeledett a háború. Líbiában viszont egyre forróbb lett a helyzet. Mit szólnának hozzá? Nem, mondta a hadsereg. Minden általunk ismert módon hivatalosan és nem hivatalosan is elutasítva a kérésemet. Mindenkinek elege volt Heriből a háborús övezetben. Egy átlagos munkanap végén távoztam a hem reptérről, és visszahajtottam a Kensington palotába. Többé már nem apu és Kamilla mellett laktam, saját lakást kaptam, egy kéglit a K.P. alsó földszintjén, vagyis félig a föld alatt. A lakás rendelkezett ugye a három magas ablakkal, de ezek csak kevés fényt engedtek be, így a hajnal, az alkonyat és a déli órák közötti különbség mondhatni névleges maradt. A kérdés néha vitatárgyát is képezte a közvetlenül fölöttem az emeleten lakó errúrral. Előszeretettel pakolt masszív szürke diszkoverjébe, közvetlenül az ablakok elé, teljesen eltakarva a fényt. Írtam neki egy üzenetet, udvariasan megkérdeztem, hogy nem állhatna-e előrébb az autójával néhány centivel. Azt válaszolta, hogy ne kekeckedjek az idősebbel. Aztán elment Nagyihoz, és arra kérte, mondja nekem ő is ugyanezt. Nagyi sosem beszélt velem erről, de az a tény, hogy R. úr elég magabiztosnak és eléggé támogatottnak érezte magát ahhoz, hogy feljelentsen az uralkodónál, megmutatta az igazi helyemet a ranglétrán. Az illető nagyi egyik lovászmestere volt. Harcolnom kellene, gondoltam, oda kellene állnom elé szemtől szembe, de úgy gondoltam, mégsem. A lakás valójában megfelelt a hangulatomnak, a déli sötétség illet hozzám. Ráadásul ez volt az első alkalom, hogy egyedül laktam valahol, máshol, mint apunál, így összességében nem panaszkodhattam. Egyik nap áthívtam egy barátomat. Azt mondta, hogy a lakás egy borz odujára emlékezteti. Az is lehet, hogy én mondtam ezt neki. Bárhogy is történt, a kifejezés találó volt, és én nem bántam. Éppen beszélgettünk, ittunk közben egy italt, amikor hirtelen egy lepedő hullott az ablakom elé. Aztán a lepedő rászkódni kezdett. A barátom felállt, oda ment az ablakhoz, és azt mondta: Spike, mi a fene ez? A lepedőről egy nagy rakás barna konfettinek tűnő anyag hullott le. Nem az volt. Csillám? Az sem. A barátom azt kérdezte: Spike, lehet, hogy haj? Az volt. Mrs. R épp az egyik fiát fodrászolta, és kirázta a lepedőből a tincseket. Az igazi probléma azonban az volt, hogy mindhárom ablakomat nyitva tartottam és szeles volt az idő. Finom hajszálak szálltak be a lakásba, a barátommal köhécseltünk és nevettünk, szedegettük a szálakat a nyelvünkről. Ami nem jött be a lakásba, az nyári esőként a közös kertben landolt, ahol akkor virágzott a menta és a rozmaring. Napokig kerülgettem a témát, és fejben már meg is fogalmaztam egy durva üzenetet Missy Szernek, amit sohasem küldtem el. Tudtam, hogy igazságtalan vagyok, nem tudta, hogy ennyire kiakaszt. Sőt, azt sem tudhatta, hogy miből táplálkozik az iránta érzett ellenszenvem. Ő még a férjénél is súlyosabb közlekedési bűncselekményt követett el. Mrs. R. minden nap mami régi helyén parkolt. Mindig látom, ahogy besiklik arra a helyre, pontosan oda, ahol mami zöld BMW-je állt. Igazságtalan. Tudtam, hogy az, de valamilyen szinten mégis elítéltem Mrs. Ert. 64. Nagybácsi lettem. Megszületett Vili és két első gyermeke, George, és gyönyörű volt. Alig vártam, hogy megtaníthassam röbbizni, és meséljek neki a Rorks Drift csatáról, a repülésről és a Corridor Cricketről. Talán lesz számára néhány tanácsom arról is, hogyan élje túl az életet az akváriumban. A riporterek azonban ezt az örömteli alkalmat arra használták fel, hogy megkérdezzék tőlem, szomorú vagyok-e. Hogy micsoda? A baba miatt egyel hátrébb kerültem az öröklési rendben, így a harmadik helyett a negyedik várományosa lettem a trónnak. Erre a riporterek azt kérdezték. Kínos, ugye? Viccel? Rossz érzés lehet. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Fél igazság. Örültem Vili és két örömének, és közömbös volt számomra, hogy hol a helyem az öröklési sorrendben. De ettől függetlenül korán sem voltam boldog. 65. Angóla Hivatalos látogatás keretében utaztam ebbe a háború sújtotta országba, és konkrétan több olyan helyre is elmentem, ahol a hétköznapi életet taposóaknák lehetetlenítik el. Köztük egy városba is, amelyről úgy tartják, egész Afrika legsűrűbben aláaknázott környéke. 2013. augusztus Ugyanolyan védőfelszerelést viseltem, amilyet az édesanyám, amikor történelmi jelentőségű útja során Angólába látogatott. Még dolgoztam is ugyanannak a jótékonysági szervezetnek, amely meghívta őt. Ez a Halo Mélységesen csalódott lettem, amikor a szervezet vezetőitől és a terepmunkásaitól megtudtam, hogy a munka, sőt az egész globális keresztes hadjárat, amelynek elindításában édesanyám segítkezett, mostanra megrekedt. Erőforrások és elszántság hiánya miatt. Ez volt ma mi legszenvedélyesebb ügye a végén. Három héttel azelőtt ment Boszniába, hogy 1997. augusztusában Párizsba utazott volna. Sokan emlékezhetnek még rá, ahogy egyedül sétált be egy aknamezőre, távirányítóval felrobbantott egy aknát, és bátran bejelentette, egy megvan, még 17 millió van hátra. Az aknától mentes világról alkotott elképzelése akkoriban elérhetőnek tűnt. Azóta visszafelé halad a világ. Azzal, hogy magam is aknát robbantottam, közelebb éreztem magamat hozzá, és erőt, reményt adott nekem. Egy röpke pillanatra. De összességében úgy éreztem, minden nap egy pszichológiai érzelmi aknamezőn kell végig sétálnom. Sohasem tudhattam, mikor ér el a következő pánikrohamom. Miután visszatértem Nagy-Britanniába, ismét belevetettem magam a kutatásba. Kétségbe esetten kerestem az okot, a kezelést. Még apuval is beszéltem, bizalmamba fogadtam. Apu, nagyon küzdök a pánikrohamokkal és a szorongással. Elküldött egy orvoshoz, ami kedves volt tőle, de az illetőnek általános orvos lévén se tudása, se ötlete nem volt a témával kapcsolatban. Gyógyszereket akart adni nekem. Nem szerettem volna pirulákat szedni. Addig nem, amíg ki nem merítettem más gyógymódokat beleértve a homeopátiát is. Kutatásaim során sokan ajánlották a magnéziumot, amelynek állítólag nyugtató hatása van. Valóban így volt. De nagy mennyiségben kellemetlen mellékhatásokkal is járt, felazítja a bélműködést, amit magam is megtapasztaltam egy barátom esküvőjén. Egyik este highgrove vacsora közben apuval hosszasan beszélgettünk arról, hogy mitől szenvedek. Elmondtam neki a részleteket, történetről történetre haladva. Az étkezés vége felé lenézett a tányérjára, és halkan azt mondta. Azt hiszem, ez az én hibám. Már évekkel ezelőtt meg kellett volna találnom neked a segítséget, amire szükséged volt. Biztosítottam róla, hogy nem az ő hibája, de értékeltem a bocsánat kérését. Ahogyan közeledett az ősz, egyre erősödött a szorongásom, azt hiszem a közelgő születésnapom, a húszas éveim utolsó napja miatt. Fiatalságom maradványai, gondoltam. A szokásos kétségek és félelmek gyötörtek, feltettem magamnak az összes alapkérdést, amit az emberek az idő múlásával felszoktak tenni maguknak. Ki vagyok én? Hová tartok? Normális, mondtam magamnak csak hogy a sajtó abnormális módon felerősítette az önmaga iránti kételjeimet. Harry Herceg, miért nem házasodik meg? Összegyűjtötték minden kapcsolatomat, az összes lányt, akivel valaha láttak, turmixgépbe dobták, és szakértőket, azaz kuruzslókat fogadtak fel, hogy próbáljanak valami értelmet adni ennek az egésznek. A rólam szóló könyvek a szerelmi életemben kutakodtak, minden egyes romantikus kudarcot, és majdnem kudarcot megemlítettek. Emlékszem egyik, a cameron Diazzal való flörtömet részletezte. Harry egyszerűen nem tudta elképzelni magát vele, írta a szerző. Valóban nem tudtam, hiszen sosem találkoztunk. Soha nem kerültem 50 méternél közelebb Miss Diazhoz, ami újabb bizonyíték arra, hogy a szeretsz tiszta baromságokat olvasni, akkor a király életrajzok neked valók. A velem kapcsolatos aggódás hátterében valami sokkal lényegesebb húzódott. Ez nem egyszerű plegykálkodás, a monarchia alapját érintette, amely a házasságra épült. A királyokkal és királynőkkel kapcsolatos komoly viták évszázadokra visszamenőleg jellemzően arról szóltak, hogy kit vettek feleségül és kit nem, és hogy ezekből a házasságokból milyen gyermekek születtek addig nem lehettél a királyi család teljes jogú tagja, sőt, igazi emberi lény, amíg nem házasodtál össze valakivel. Nem véletlen, hogy Nagyi 16 ország államfőjeként minden beszédét így kezdte. A férjem és én. Amikor Vili és Két összeházasodtak, Cambridge hercegévé és hercegnéjévé léptették elő, de ami még fontosabb, családdá léptek elő, és így jogosultak lettek több alkalmazottra, több autóra, nagyobb otthonra, fényűző birodákra, extra erőforrásokra, gravírozott fejléces levélpapírokra. Engem nem érdekeltek ezek a juttatások, de a tisztelet igen. Megrögzött taglegényként kívülálló voltam, nem teljes jogú tag a saját családomban. Ha azt akartam, hogy ez megváltozzon, meg kellett házasodnom. Ilyen egyszerű. Mindez a 29. születésnapomat egy jó nagy mérföldkővé változtatta, néhány napomat pedig különösen durva migrénnel terhelte. Beleborzongtam a gondolatba, hogyan fogom érezni magam a következő születésnapomon, a harmincadikon. Valóban túl a csúcson. Nem is beszélve az örökségről, amivel ez együtt jár. 30 éves koromban hozzájutok egy komoly összeghez, amit mami hagyott rám. Szíttam magam, amiért ilyen borulátó vagyok, az emberek többsége ölni tudna azért, hogy pénzt Számomra azonban ez csak újabb emlékeztető volt Mami hiányára, újabb jele az űrnek, amit maga után hagyott, és amit a fontok vagy eurók sohasem tudnak betölteni. Úgy döntöttem, az lesz a legjobb, ha távol tartom magam a születésnapoktól, távol tartom magam mindentől. Úgy döntöttem a földre érkezésem évfordulóját, úgy fogom megünnepelni, hogy elutazom a föld végére. Az északi sarkon már jártam, most a délihez vándorolok el. Egy újabb túra a Walking with the Wanted társaságában. Figyelmeztettek rá, hogy a déli sark még hidegebb, mint az északi. Csak nevettem. Hogyan? Nekem egyszer már lefagyott a péniszem, haver. Nem ez a legrosszabb forgatókönyv definíciója? Továbbá ez alkalommal már tudnám, hogyan kell megfelelő óvintézkedéseket tenni, passzosabb alsónemű, több párnázás, és a többi. Még ennél is jobb, hogy egy nagyon közeli haverom felfogadott egy varrónőt, hogy készítsen nekem egy testre szabott farokpárnát. Négy szögletes, van tartása, a legpuhább gyapjúból varták, és... Na, erről ennyit. 66. A sarkvidék elleni támadás előkészületei közepette, leültem az új személyi titkárommal, Ed Lane fox akit röviden csak Elfnek hívtunk. 2013. novembere Elf, a lovas testőrség egykori kapitánya, karcsú, okos, elegáns férfi volt. Sokakat villére emlékeztetett, de inkább a hajmennyiségének, mint a személyiségének köszönhetően. Engem nem is annyira a bátyámra emlékeztetett, hanem egy versenykutyára. Akár egy agár, sohasem akart megállni. Az idők végezetéig üldözte volna azt a nyulat. Másképpen megfogalmazva, bármiről volt is szó, Elf teljesen az ügynek szentelte magát. A legfontosabb adottsága azonban talán az, hogy képes meglátni a dolgok lényegét felmérni és leegyszerűsíteni a helyzeteket és a problémákat, ami tökéletesen alkalmassá tette arra, hogy segítsen megvalósítani a harcosok olimpiájának az International Warrior Games ambíciózus ötletét. Most, hogy a pénz egy része a kezünkben volt, Elf azt tanácsolta, a következő lépés az legyen, hogy találjunk valakit, aki rendelkezik különleges szervezőkészséggel, Társadalmi és politikai kapcsolatokkal, és el is vállaljon egy ekkora munkát. Ő ismerte a megfelelő embert. Sir Cates Mills a neve. Természetesen, mondtam. Sir Cates szervezte a 2012-es londoni olimpiát, ami hatalmas sikert aratott. Valóban, ki más lehetne? Hívjuk meg Sir a Kensington palotába egy csészete ára. 67. El tudnám készíteni emlékezetből a nappali méretarányos maketjét. Két nagy ablak, kis piros kanapé, csillár, ami lágyan megvilágít egy lovatábrázuló olajfestményt. Már vettem ott részt megbeszéléseken, de aznap, amikor beléptem, éreztem, hogy ez lesz életem egyik legfontosabb találkozójának a helyszíne, és élénken emlékeztem is minden részletre. Próbáltam nyugodt maradni, miközben székkel kínáltam szörkészt, és megkérdeztem, hogyan szereti a teát. Néhány perc csevegés után előadtam a mondandómat. tisztelet tiszteletudóan, ragadozó madár szemmel hallgatott, de amikor befejeztem, csak hűmögött. Mindez nagyon jól hangzik, mondta, de ő már félig nyugdíjas. Próbálja visszafogni a projekteket egyszerűsíteni akarja az életét, a szenvedélyeire, elsősorban a vitorlázásra akar koncentrálni. Amerika kupa és így tovább. Valójában éppen másnap menne szabadságra. Hogyan lehet rábeszélni valakit, aki csak órákra van attól, hogy nyaralni menjen, hogy tűrje fel az ingúját és vállaljon el egy lehetetlen vállalkozást? Lehetetlen, gondoltam. Csak hogy a játékoknak éppen ez volt a lényege soha ne add fel. Így aztán folytattam. Újra és újra neki mentem, és meséltem neki a katonákról, akikkel találkoztam, a történeteikről, és egy kicsit a sajátomról is. Ez volt az egyik első és legteljesebb beszámoló, amit valaha is adtam bárkinek a háborúban eltöltött időszakomról. Lassacskán láttam, hogy a szenvedélyem, a lelkesedésem réseket üt szőr kész ellenállásán. A homlokát ráncolva azt mondta. Nos, kik vannak benne eddig a projektben? Elfre néztem. Elf rám nézett. Ez a szépsége a dolgoknak. Szörkész. Látja? Ön az első. Elf kuncogott. Akos húzás. Nem, nem, tényleg. Ha akarja, újra összehozhatja a bandát. Bárkit felvehet, akit csak akar. A nyílt és nyilvánvaló kalmárkodás ellenére sok igazság volt abban, amit mondtam. Még senkit sem sikerült rávennünk, hogy csatlakozzon hozzánk, így Szörkész szabad kezet kapna. Úgy szervezhetné meg a stábot, ahogy csak akarja, minden egyes embert felvehetne, aki segített neki az olimpia sikeres lebonyolításában. Bólintottam. Mikor szeretnék megrendezni? Szeptemberben. Micsoda? Szeptemberben. Úgy érti, tíz hónap múlva? Igen. <laughs> Kizár dolog. Muszáj. Azt akartam, hogy a játékok időben egybeessenek az első világháború századik évfordulójának emlékünnepségével. Úgy éreztem, ez kulcskérdés. Sóhajtott és megígérte, hogy megfontolja. Tudtam, mit jelent ez. 68. Néhány héttel később az Antartiszra repültem, és leszálltam a Novolazarevskaja nevű kutatóállomáson, egy aprócska kunyhókból és konténerekből álló faluban. Az ott élő néhány szívós lélek mesés vendéglátónak bizonyult. Elszállásoltak, etettek, a levesük fantasztikus volt. Nem tudtam betelni vele. Talán azért, mert mínusz 35 fok volt. Még egy kis forró csirkés tésztát, Harry. Igen, kérek még. A csapattal egy-két hétig szénhidráttal töltekezve készültünk, és persze vodkát iszogattunk. Végül egy homályos reggelen elindultunk. Beültünk egy repülőgépbe, felmentünk a selfjégig, megálltunk tankolni. A gép leszállt egy szilárd, sima fehér mezőn, mint valami álomban. Sehol máshol nem lehetett látni semmit, csak fél tucatnyi hatalmas üzemanyaghordót. Odagurultunk hozzájuk, én kiszálltam, amíg a pilóták tankoltak. A csend szent volt. Sehol egy madár, egy autó, vagy akár egy fa. De ez csak egy részét képezte a nagyobb, mindent átfogó semminek. Se szagok, se szél, se éles sarkok, vagy határozott kontúrok, amelyek elvonhatták a figyelmet a végtelen és őrítően szép tájképről. Odébb sétáltam, hogy néhány pillanatra magamra maradjak. Még sohasem jártam olyan helyen, amely akár fele ennyire békés lett volna. Az örömtől elragadtatva csináltam egy fejenállást. A hónapok óta tartó szorongás elmúlt néhány percre. Visszaszálltunk a repülőgépre, és elrepültünk a túra kiinduló pontjára. Ahogy nekivágtunk az útnak, végre eszembe jutott, Ó, igen, eltört az egyik lábujam. Méghozzá nem rég. Egy kammuris hétvégét töltöttem akkor Norfolkban. Ittunk, cigiztünk és buliztunk hajnalig, aztán miközben az egyik átrendezett szobát próbáltuk visszarendezni, ráejtettem a lábamra egy nehéz, sárgarész kerekű széket. Butas sérülés. De mégiscsak teljesítmény csökkentő. Járni is alig bírtam. Nem számított. Elhatároztam, hogy nem hagyom cserben a csapatot. Valahogy tartottam a lépést a társaimmal, naponta kilenc órán át egy körülbelül száz kilós szánkót húzva. Mindenkinek nehéz volt biztosítani a tapadást a havon, de számomra különös kihívást jelentettek a szél által kivájt, csúszós, hullámos foltok. Szasztrugi. A norvégok ezt a szót használják rájuk. Szasztrugin túrázni törött lábújjal? Ez akár versenyszám lehetne a nemzetközi harcos játékokon, gondoltam. De bármikor, amikor kísértést éreztem, hogy panaszkodjak, a lábujjamra, a fáradtságomra, vagy bármire, elég volt egyetlen pillantást vetnem túratársaimra. Közvetlenül egy Duncan nevű skót katona mögött haladtam, akinek nem volt lába. Mögöttem egy Iván nevű amerikai katona, aki vak volt. Egyetlen nyík sem fog elhangozni tőlem. Ezt megfogadtam. Egy tapasztalt sarkvidéki vezető azt tanácsolta, mielőtt elindultam Nagy-Britanniából, hogy a túrát használjam fel a merevlemez megtisztítására. Ez az ő szófordulata. Használd fel az ismétlődő mozgást, mondta Használd a csípős hideget, használd a semmit, a táj egyedülálló ürességét arra, hogy szűkítsd a figyelmedet, amíg transzban nem esik az elméd meditatív állapotba kerülsz. Szó szerint követtem a tanácsát, azt mondtam magamnak, hogy nem maradjak jelen. Légy te a hó, légy te a hideg, légy te minden egyes lépés, és működött. A legszebb transzba estem, és még akkor is, amikor a gondolataim sötétek voltak, képes voltam bámulni őket, nézni, ahogyan elúsznak. Néha megtörtént, hogy figyeltem, ahogy a gondolataim összekapcsolódnak más gondolatokkal, és egyszer csak az egész gondolatláncnak értelme lett. Például végig gondoltam életem összes korábbi, kihívás jelentő sétáját. Az északi sarkot, a hadgyakorlatokat, mami koporsójának követését a sírigy, és bár az emlékek fájdalmasak voltak, folytonosságot, struktúrát, egyfajta összefüggő egészt is jelentettek, Amire sosem gondoltam. Az élet egy hosszú séta. Így nyert értelmet. Csodálatos volt. Minden összefüggött és egymáshoz kapcsolódott. Aztán jött a szédülés. A déli sark ellentmondásos módon magasan a tenger szint felett van, nagyjából 3000 méterrel, így valós veszélyt jelent a hegyi betegség. Egy túrázót már kiemeltek közülünk, most már értettem miért. Az érzés lassan kezdődött, és leráztam magamról. Aztán úgy mond, padlóra küldött. Eldőltem a földre, forgott a világ, majd súlyos migrén következett, nyomással mindkét agy lebenyemben. Nem akartam megállni, de nem rajtam múlott. A testem azt mondta, köszönöm, itt kiszállunk. A térdeim összecsuklottak, a törzsem következett. Úgy vágódtam a hóba, mint egy rakáskű. A mentősök sátrat állítottak, lefektettek és injekciót adtak a migrénemre. Azt hiszem, a fenekembe. Steroidok, mondták fölöttem. Amikor magamhoz tértem, úgy éreztem, félig meddig felébredtem. Utolértem a csoportot, kerestem az utat vissza a transzba. Légy te a hideg, légy te a hú. Ahogy közeledtünk a sarkhoz, mindannyian egy hullámhozra kerültünk és feldobódtunk. Jégkristályos szempilláinkon keresztül láttuk, hogy ott van, mindjárt odaérünk. Futni kezdtünk felé. Áj! A túravezetők közölték velünk, hogy itt az ideje tábort verni. Tábort? Mi a? Hiszen ott a célvonal. Tilos tábort verni a sarkon. Szóval ma este itt kell letáboroznunk, aztán reggel indulunk a sark felé. A pólus árnyékában táborozva egyikünknek sem jött álom a szemére. Túlságosan izgatottak voltunk, úgyhogy bulisztunk. Volt egy kis ivászat, vaskos tréfák. Zengett a világ alsó fele a nevetésünktől. Végül 2013. december 13-án hajnalban elindultunk, és megrohamoztuk a sarkot. Pontos helyén, vagy annak közelében egy hatalmas zászlókör állt, az antarktis szerződés tizenkét aláíróját jelzi. Kimerülten, megkönnyebbülten, zavartan álltunk a zászlók előtt. Miért takarja a brit lobogó a koporsót? Aztán megöleltük egymást. Egyes sajtóértesülések szerint az egyik katona lecsatolta a lábát, mi pedig pesgőt kortyogattunk belőle, ami jól hangzik, de nem emlékszem rá. Életemben többször ittam már piát műlábból, de nem esküdnék meg rá, hogy ez is egy ilyen alkalom lett volna. A zászlókon túl egy hatalmas épület állt, az egyik legrondább, amit valaha láttam. Egy ablaktalan doboz, amit az amerikaiak építettek kutatóközpontnak. Az építész, aki ezt a szörnyűséget tervezte, gondoltam biztos tele volt gyűlölettel, embertársai a bolygó és a sarkvidék iránt. Majd megszakadt a szívem, hogy egy ilyen csúnya objektum uralja az egyébként érintetlen vidéket. Ennek ellenére a többiekkel együtt besiettem a rondaépületbe, hogy felmelegedjek, pisíjek, igyak egy kis kakaót. Találtunk ott egy hatalmas kávézót, és mindannyiunknak kopogott a szeme az éjségtől. Sajnáljuk, mondták nekünk. A kávézó zárva. Kérnek egy pohár vizet? Vizet? Ó, igen, rendben. Mindegyikünknek adtak egy pohár vizet, aztán egy emléktárgyat, egy kémcsövet, egy apró dugóval a fején. Az oldalán egy címke nyomtatott felirattal. A világ legtisztább levegője. 69. A déli sarkról egyenesen Szentrénkénbe utaztam. Karácsony a családdal. A nagyi szálló megtelt abban az évben, előzönlötték lőtték a családtagok, ezért egy miniszobát kaptam egy szűk hátsó folyosón a palota személyzetének irodái között. Még sohasem szálltam meg ott korábban. Ritkán tettem be oda a lábam. Ez nem is olyan szokatlan. Nagy összes rezidenciája, hatalmas, egy egész életbe telne, mire minden zegzugot megnéznék. Tetszett a gondolat, hogy feltérképezetlen területet láthatok, és fedezhetek fel. Elvégre megrögzött sarkutató voltam, de egy kicsit úgy éreztem, hogy nem méltányolnak. Egy kicsit nem szeretnek. Visszaszorítottak a hátországba. Azt mondtam magamnak, hogy ki kell hoznom ebből a legjobbat. Használjam ki ezt az időt arra, hogy megvédjem a sarkon megtalált nyugalmamat. Megtisztult a merevlemezem. Sajnos a családom ekkor fertőződött meg néhány igen ijesztő rossz indulatú szoftverrel. Ez nagy részt a Kört cirkulárral, az udvari krónikával volt kapcsolatos, azzal az éves nyilvántartással, amely a királyi család minden egyes tagja által az előző naptári évben teljesített, hivatalos elfoglaltságokról készült. Bajós dokumentum. Az év végén, amikor az összes számot összeadták, a sajtó összehasonlításokat végzett. Á, ez itt sokkal elfoglaltabb, mint ez a másik. Á, ez egy lusta disznó. Az udvari krónika ősi dokumentum volt, de az utóbbi időben körkörös kivégzőosztaggá változott. Nem megteremtette a versengés érzését, ami a családomban uralkodott, hanem felerősítette fegyverré változtatta. Bár egyikünk sem beszélt soha közvetlenül az udvari krónikáról, vagy említette név szerint, ez csak még több feszültséget eredményezett a felszín alatt, ami láthatatlanul gyűlt, ahogy közeledett a naptári év utolsó napja. Egyes családtagok megszállottá váltak, lázasan törekedve arra, hogy minden évben a lehető legtöbb hivatalos megbizatást rögzítsék róluk a krónikában, bármi történjék is, és ez nagyrészt úgy sikerült nekik, hogy olyan dolgokat is felvettek, amik szigorúan véve nem számítottak megbízásnak, olyan nyilvános interakciókat is rögzítettek, amik apróságok voltak, olyan dolgokat, amelyekről Vili és én álmunkba nem gondoltuk volna, hogy felvegyük őket. Ezért lényegében vicc az udvari krónika. Minden önbevallásos alapon történt, minden szubjektív volt. Kilenc magánlátogatás a veteránoknál, segítve a mentális egészségüket nulla pont. Helikopterrel elrepülni, hogy átvágj egy szalagot egy lófarmon? Győztél? De a főok, amiért az udvari krónika egy vicc, egy átverés, az az, hogy egyikünk sem önállóan döntött az elvégzendő munka mennyiségéről. Nagyi vagy apu határozta meg, hogy mennyi támogatást, azaz pénzt adnak a munkánkhoz. A pénz döntött el mindent, Vili és az én esetemben apu volt az egyedüli döntéshozó. Ő irányította a pénzügyeinket, mi csak azt tehettük, amire futotta abból a forrásból és költségvetésből, amit tőle kaptunk. Nyilvánosan kritizálni azt, hogy apu mennyit engedett meg nekünk, ez durva méltánytalanság lett volna. Lehet, hogy az emiatti stressz a monarhiával kapcsolatos általános stresszből fakadt. A család érezte a globális változások rezdüléseit, hallotta a kritikusok szólamait, akik szerint a monarchia elavult és költséges. A család ugyanazonokból tűrte, sőt, belenyugodott az udvari krónika ostobaságaiba, amiért elfogadta a sajtó kirohanásait és pusztításait, félelemből. A nyilvánosságtól való félelem irányította, félelem a jövőtől, Félelem attól a naptól, amikor a nemzet azt mondja majd, oké, okay, húzzák le a redőnyt. Így aztán, amikor eljött 2013 karácsonyának estéje, tulajdonképpen elégedett voltam a hátsó folyosón lévő mikroszobámmal, és a déli sarkról készült fotókat nézegettem az ipad Megnéztem a kis kémcsövemet. A világ legtisztább levegője. Kicsavartam belőle a parafadugót, és egy lélegzettel kiszippantottam. Ah! 70. Elköltöztem a borzoduból a Nottingham cottage más néven Notkadba. Vili és két ott laktak korábban, de kinőtték. Miután átköltöztek Margit hercegnő egykori házába, az út túloldalára, átadták nekem a kulcsokat. Jó érzés volt kikerülni a borzoduból, de még jobb volt Willivel és kéttel szemben lakni. Alig vártam, hogy bármikor beugorhassak hozzájuk. – Nézd csak, Harry bácsi! – Hello! – gondoltam, benézek. Kezemben egy üveg borral és egy ölni ajándékkal a kisfiúknak, hogy aztán leereszkedjek a padlóra és birkózzam a kis george -al. Itt maradsz vacsorára, Harold? – Szívesen. – Csak hogy nem így alakult. Fél futballpályányira laktunk egymástól, egy kövezett udvar túloldalán, olyan közel, hogy mindig láttam a dadusokat elhaladni a babakocsival, és hallottam a házfelújításuk szövevényes történetét. Azt gondoltam, bármelyik percben átmehetek hozzájuk. Bármelyik nap. De nem ez történt meg. Értem én, gondoltam. Elfoglaltak. Családot alapítanak. Vagy talán nem akarnak egy felesleges harmadikat maguk mellé? Talán, ha majd megnősülök, változni fog a helyzet? Mindketten említették nem is egyszer, hogy mennyire kedvelik Reszidát. 71. 2014. márciusa. Koncert a Wembley arénában. A színpadra lépve rám tört a szokásos pánikroham, Elindultam a középpont felé, ökölbe szorítottam a kezem, és elhadartam a beszédemet. Tizennégyezer fiatal állt előttem, akik a vidéi koncertre gyűltek össze. Talán kevésbé lettem volna ideges, ha koncentrálok, de én a vidé helyett midéit tartottam, vagyis magamra gondoltam, arra, amikor legutóbb mondtam beszédet ezen a helyen, Mami halálának tizedik évfordulóján. Akkor is ideges voltam, de nem így. Elsiettem, letöröltem a csillogást az arcomról, és visszatámolyogtam a helyemre, Kressz mellé. Meglátott és elsápadt. Jól vagy? Igen, igen. De ő tudta. Néztük a többi felszólalót, vagyis ő figyelt, én pedig próbáltam levegőhöz jutni. Másnap reggel az összes újságban és az interneten megjelent a fényképünk. Valaki fülest adott a királyi tudósítóknak, hogy hol ülünk, és nagy sokára kikerültünk a nyilvánosság elé. Közel két éve tartó titkos randizás után napvilágra jutott, hogy egy párt alkotunk. Furcsa, mondtuk, hogy ez ilyen nagy hír. Már korábban is fotóztak minket, amikor Verbierben síeltünk, de ezek a képek máshogy hatottak. Talán azért, mert ez volt az első alkalom, hogy Kressz velem tartott egy királyi eseményre. Ennek eredményeképpen már nem kellett titkolóznunk, ami előnyösnek tűnt. Néhány nappal később elmentünk Twickenhambe, megnéztük az Anglia-Wells mérkőzést. Ott is lekaptak minket a lesifotósok, de már arra sem vettük magunknak a fáradtságot, hogy beszéljünk róla. Röviddel ezután síelni mentünk a barátainkkal Kazasztánba, ahol megint lekaptak minket, anélkül, hogy észrevettük volna. Mással voltunk elfoglalva. A sijelés annyira szent volt számunkra, annyira szimbolikus, különösen az előző svájci sízés után, amely csodával határos módon megnyitott engem. Késő este történt, miután eltöltöttünk egy hosszú napot a sípályákon, és jó szórakoztunk sízés után. Visszatértünk az unoka testvérem faházába, ahol megszálltunk, és Kressz éppen arcot és fogat mosott, én pedig a kát szélén ültem. Semmi különösről nem beszéltünk, ahogy visszaemlékszem, de egyszer csak édesanyámról kérdezett. Példátlan. Egy barátnő, aki az édesanyámról kérdezősködik, de az is belejátszotta, hogyan kérdezett. A hangjában épp megfelelő arányban keveredett a kíváncsiság és az együttérzés. Az is tökéletes volt, ahogyan a válaszomra reagált. Meglepődött és aggódott, de nem ítélkezett. Talán más tényezők is közrejátszhattak. A fizikai fáradtság és a svájci vendég szeretet alkímiája, a friss levegő és az alkohol, vagy a lágyan hulló hó az ablakon túl, vagy 17 évnyi elfolytott gyász csúcspontja. Talán az érettség. Bármi volt is az ok, az okok kombinációja, egyenesen válaszoltam neki, aztán sírva fakadtam. Emlékszem, arra gondoltam, ó, sírok. És hogy azt mondtam neki, ez az első alkalom, hogy Kresszida hozzám hajolt. Hogy érted azt, hogy először? A temetés óta ez az első alkalom, hogy képes vagyok sírni, mami miatt. A szememet törölgetve megköszöntem neki. Ő volt az első ember, aki átsegített ezen a gáton, aki segített abban, hogy eleredhessenek a könnyeim. Ez katartikus volt, felgyorsította a kapcsolatunk elmélyülését, és olyas valamivel gazdagította, ami a korábbi kapcsolataimban ritkaság számba ment. Mérhetetlen hálát éreztem. Adósa lettem Kresznek, és ez volt az oka annak, hogy miután hazaértünk Kazasztánból, olyan szerencsétlennek éreztem magam, mert a siút során valamikor rádöbbentem, hogy nem illünk össze. Egyszerűen tudtam. Azt hiszem, Kressz is tudta. Komoly vonzalom működött közöttünk, mély és tartós hűség, de nem örök szerelem. Kressz mindig is világosan megmondta, hogy nem akarja vállalni a királyi életformával együtt járó stresszt, és én sem voltam biztos benne, hogy meg akarom-e rá. Így hát megmásíthatatlan tény volt, ami bár már jó ideje ott lappangott a háttérben, a kazasztáni lejtőkön vált tagadhatatlanná. Hirtelen világossá vált számomra. Ez nem működhet. Milyen furcsa, gondoltam. Minden alkalom, amikor sielni megyünk, felér egy felfedezéssel. Másnap, miután hazaérkeztünk kazasztánból, felhívtam egy barátomat, aki reszhez is közel állt. Elmondtam neki, mit érzek, is, tanácsot kértem tőle. A barátom habozás nélkül azt mondta, hogy ha ez eldőlt, akkor gyorsan meg kell lépnem. Úgyhogy egyenesen Kresszhez hajtottam. A barátjánál lakott. A hálószobája a földszinten volt, az ablakai az utcára néztek. Hallottam, ahogy autók és emberek haladnak el, miközben óvatosan leültem az ágyra, és megosztottam vele, mit gondolok. Bólintott nem tűnt meglepetnek. Őt is foglalkoztatták ezek a kérdések. Olyan sokat tanultam tőled, Kressz. Bólintott. A padlót nézte, patagzottak a könnyek az arcán. A francba. Gondoltam. Segített nekem sírni, és most én hagyom ott őt könnyek között. 72. A haverom Gály megnősült. Nem igazán volt a mesküvői hangulatban, de Gályról volt szó, aki minden szempontból rendes srác. Régóta barátunk Vilinek is, nekem is, nagyon kedvelem őt, és tartoztam neki. A sajtó többször is a sárba rántotta miattam. Az esküvőt Amerikában tartották, messze délen. Odaérkezésem plegyka áradatot indított el, mi másról. Vegasról. Gondoltam, ennyi idő után, tényleg, ennyire emlékezetes a csupasz seggem? Hát legyen, mondtam magamnak. Hadd ha csak Vegasról, én inkább gáj nagy napjára koncentrálok. Útközben Gály legény búcsújára egy nagy csapattal megálltunk Miami-ban. Mesése tettünk, meglátogattunk néhány klubot, táncoltunk jóval éjfél utánig. Kocintottunk gájra. Másnap mindannyian Tennessee-be repültünk. Emlékszem, hogy a zsúfolt esküvői program ellenére szakítottam időt Graceland, vagyis Elvis Presley egykori otthona bejárására. Valójában eredetileg az édesanyjának vette. Mindenki ezt hajtogatta. Nocsak, nocsak, szóval itt élt a király. Kicsoda? A király, Elvis Presley. Aha, a király, értem. Nevezték a házat kastélynak, kúriának, palotának, de engem a borzodúra emlékeztetett. Sötét és klaustrofób hely volt. Körbejártam és azt kérdeztem. Itt lakott a király, azt mondjátok, valóban. Megálltam egy kis szobában, harsány bútorokkal és szőnyegekkel volt berendezve. Arra gondoltam, a király belső építésze biztosan lsd Elvis tiszteletére a násznép valamennyi tagja kék szarvas cipőt viselt. A sokat koptatták ezeket a cipőket, fiatal brit férfiak és nők részegen táncoltak és vidáman énekeltek, hamisan és kiesve a ritmusból. Zajos buli kerekedett, és gáj boldogabbnak tűnt, mint ami ennek valaha láttam. Mindig is csupán egy volt közülünk a haveri körben, de most nem a menyasszonyával a műsor léptek elő, a figyelem központjába kerültek, amit az én jó öreg haverom joggal élvezett. Boldoggá tett, hogy ilyen boldognak látom őt, bár amikor a párok párba álltak, a szerelmesek sarokba húzódtak, vagy Beyoncé és Adél dalaira ringatóztak, a bárpulthoz sétálva időnként arra gondoltam, mikor kerülök én is sorra. Az, aki talán a legjobban akarja, aki szeretne megházasodni és családot alapítani, lehet, hogy sohasem fog eljutni idáig. Nem kicsit ingerülten azt gondoltam. Ez nem igazságos az univerzumtól. 73 Pedig az univerzum épp kezdett felmelegedni körülöttem. Nem sokkal azután, hogy visszatértem Nagy-Britanniába, Felmentették a bíróságon a telefonfeltörési botrány főgonoszát, Rehaber t 2014. júniusa. Pedig a bizonyítékok meggyőzőek voltak, mindenki ezt mondta. Az esküdszék szerint nem eléggé. Elhitték, amit Rehaber Krux a tanúpadján vallott, még akkor is, ha megkérdőjeleződött a szavahihetősége. Kihasználta mások hiszékenységét, ahogy egykor a királyi család egy vörös hajú tizenéves tagjáét is. A férjét videóra vették, amint számítógépekkel, pendrive és egyéb személyes tárgyakkal, köztük a pornó gyűjteményével teli fekete szemetes zsákokat dobált a garázs szemetesébe, néhány órával azelőtt, hogy a rendőrség házkutatást tartott náluk. De esküdözött, hogy az egész csak véletlen egybeesés volt, szóval nem történt bizonyítékkal való visszaélés, állítja az igazság szolgáltatás. Folytassa csak, folytassa! Soha sem hittem el, amit a sajtóban olvastam, de most már végképp elegem lett. Elengedték ezt a nőt, és nem háborodik fel a közvélemény. Nem látják az emberek, hogy ez többről szólt, mint a magánéletről, többről, mint a közbiztonságról, többről, mint a királyi családról. A botrány először szegény Mili az elrabolt és meggyilkolt tinédzser miatt robbant ki. Rehaber Cooks emberei feltörték Milli telefonját, miután a lányt eltűntnek nyilvánították, a szüleit molesztálták, amikor fájdalmuk a legmélyebb volt, és azzal a hamis reménnyel kecsegtették őket, hogy a kislányuk életben lehet, mert lehallgatták az üzeneteit. A szülők nem tudták, hogy a lehallgatás Rehaber csapatának a műve. Ha ezek az újságírók elég nagy gazemberek voltak ahhoz, hogy rászálljanak Daulerékre a legszomorúbb időszakban, és megbusszák, akkor vajon biztonságban van-e bárki is? Ez nem zavarja az embereket? Nem bizony. Hidegen hagyja őket. Az egész rendszerbe vetett hitem komolyan megingott, amikor az a nő megúszta büntetlenül. Újra kellett kezdenem, meg kellett újítanom a hitemet. Így odamentem, ahová mindig is az Okavangó vidékére, hogy eltöltsek néhány pihentető napot Tígyel és Michael. Ez segített. De miután visszatértem Nagy-Britanniába, elbarikádoztam magam Notkodban. 74. Alig jártam el otthonról. Néha elmentem egy vacsora partira, olykor házi buliba, néha beugrottam egy-egy klubba, de nem érte meg. Ha elmentem valahová, mindig ugyanaz történt. Lesifotósok itt, lesifotósok ott, mindenütt. Mindig ugyanaz. Az éjszakai szórakozás kétes öröme sohasem érte meg a fájdalmakat. De aztán arra gondoltam, hogy fogok megismerkedni valakivel, ha nem járok sehová. Szóval újra megpróbáltam. És mindig ugyanaz. Egyik este, amikor kiléptem egy klubból, Láttam, hogy két férfi futva fordul be a sarkon. Egyenesen felém tartottak, és az egyiknek a csípőjén volt a keze. Valaki kiabált. – Fegyver van nála? – gondoltam. – Hát, mindenki. Ennyi volt. Billy a szikla kezében pisztolyjal előreugrott, és majdnem lelőtte a két férfit. De megint csak ők voltak, a két lesifotós balfácán. Nem volt náluk fegyver, úgyhogy nem is értem, miért nyúlt az egyik a csípőjéhez. Billy lefogta és az arcába üvöltötte. Hányszor kell még elmondani? Valakit kurvára meg fog szölni. Nem érdekelte őket. Egyszerűen nem érdekelte. 75. A Londoni Tower Willevel és Kéttel 2014. augusztusa Látogatásunk apropója egy képzőművészeti installáció volt. A száraz vizes árok túloldalán több tízezer élénk piros kerámia pipacsot helyeztek el. A végső terv szerint 888.246 ilyen pipacsnak kell ide kerülnie, a nemzetközösség minden egyes katonája után, aki az első világháborúban hunyt el. A háború kezdetének századik évfordulójára emlékeztek ekkor Európa szerte. Rendkívüli szépségen kívül a művészeti installáció egy másfajta módja volt annak, hogy megjelenítsék a háborús vérrontást, sőt, magát a halált is. Megrendültem. Az a sok ember élet, az a sok család. Az sem könnyítette meg a helyzetemet, hogy erre a Towerbeli látogatásra három héttel mami halálának évfordulója előtt került sor, vagy hogy mindig is összekapcsoltam őt a nagy háborúval, mert a születésnapja július 1-e, a szommi csata kezdetének napja is. Ez a háború legvéresebb napja, a brit hadsereg történetének legvéresebb napja. A Flandriai mezőkön pipacsok nyílnak. A szálak összefutottak a szívemben, és az agyamban a tower előtt, amikor valaki odalépett hozzám, átnyújtott egy pipacsot, és arra kért, helyezzem el én. Az installációt kitöltő művészek azt szerették volna, hogy minden pipacsot egy-egy élő ember helyezzen el, eddig több ezer önkéntes tette már meg. Vili és Két is kapott pipacsot azzal a kéréssel, hogy helyezzék el őket bármilyen általuk kiválasztott helyre. Miután megtettük, mindhárman hátra léptünk és elmerültünk a gondolatainkban. Azt hiszem éppen ekkor jelent meg a Tower egyik őre, üdvözölt minket, mesélt nekünk a pipacsokról, s arról, hogyan vált a háború brit szimbólumává. Ez volt az egyetlen növény, amely virágzott a véráztatta csatamezőkön, mondta az őr, aki nem más volt, mint Danat tábornok, az a férfi, aki visszavezényelt a háborúba. Úgy tűnt, minden összeér. Megkérdezte, körbevezessene a Tauerben. Hogy ne? Feleltük. Föllesétáltunk a Tower meredek lépcsőin, bekukkantottunk a sötét sarkokba, és hamarosan egy vastag üvegből készült vitrin előtt találtuk magunkat. Benne káprázatos ékszereket őriztek, köztük a koronát is. Szentségeség. A korona. Az, amit az 1953. évi koronázáskor Nagyi fejére helyeztek. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez ugyanaz a korona, ami Gangang -gang koporsóján pihent, amikor végigvitték az utcákon. Ugyanúgy nézett ki, de valaki rámutatott néhány lényeges különbségre. Nos, igen. Ez volt tehát nagy koronája, egyes egyedül az övé, és most eszembe jutott, hogy elmesélte, milyen hihetetlen nehéznek érezte, amikor először került a fejére. Súlyosnak is tűnt, és varázslatosnak. Minél többet nézegettük, annál fényesebb lett. Lehetséges ez? És a ragyogás látszólag belülről jött. Az égkövek is megtették a magukét, de a korona, mintha rendelkezett volna valamiféle belső energiaforrással, valami olyasmivel, ami túlmutatott a részein az égköves szalagon, az arany burbon liliomokon, a keresztbe kasul befogó íveken és a csillogó kereszt összességén, és persze a hermelines talapzaton. Önkéntelenül úgy érezte az ember, hogy hasonló fényt áraszthatnak a kísértetek is, akik éjszakánként bolyonganak a towerben. Lassan bámulattal pásztáztam a tekintetemmel alulról felfelé. A korona csoda volt, egy transzcendens és szuggesztív műalkotás, akár csak a pipacs installáció, de abban a pillanatban másra sem tudtam gondolni, mint arra, milyen tragikus, hogy ott kell maradni a bezárva a Tower falai között. Egy újabb fogói. Kár érte, mondtam Willinek és Kétnek, amire emlékeim szerint semmit sem reagáltak. Talán a hermelin szalagot nézték, és eszükbe jutottak az esküvői megjegyzéseim. Talán nem. 76. Néhány héttel később, több mint egy évnyi beszélgetés és tervezgetés, gondolkodás és aggódás után, 7000 szurkoló zsúfolodott össze a Queen Elizabeth Olimpiai Parkban a megnyitó ünnepségre. Megszületett az Invictus Games. Már korábban megállapítottuk, hogy az International Warrior Games nyelvtörő, nehezen kimondható kifejezés. Egy kreatív királyi tengerészgyalogos aztán kitalálta helyette ezt a sokkal jobb elnevezést. Amint felvetette, mindannyian rávágtuk. Hát persze, William Ernest Henley azonos című verse után. Minden brit ismeri ezt a verset. Sokan kívülről tudják az első sorát. Az égből, mely úgy hull fölém. És melyik iskolás fiú vagy diáklány ne találkozott volna legalább egyszer ezekkel a hangzatos zárósorokkal? Magam vagyok, sorsom ura, lelkem hajóján kapitány. Kálnoki László fordítása. Percekkel a megnyitó ünnepségem mondott beszédem előtt a színfalak mögött álltam, kezemben remegtek a jegyzetkártyák. A pódium vesztőhelyként magaslott előttem. Újra és újra elolvastam a kártyáimat, miközben kilenc réderró húzott el vörös, fehér és kék színű füstöt eregetve. Aztán Idris Elba felolvasta az invictus -t. Talán olyan jól, mint még soha senki. Majd Michelle Obama műholdon keresztül mondott néhány szép mondatot, és méltatta a játékok jelentőségét. Végül bemutatott engem. Hosszú séta. Egy vörös szőnyeggel borított labirintuson keresztül. Mint az arcomat is vörös szőnyeg borította volna el. Mint ha rám dermet volna a mosolyom, látszott rajtam, nem sok kell hozzá, hogy megfutamodjam. Magamban szidalmaztam magamat, amiért ilyen vagyok. Ezek a játékok olyan férfiakat és nőket ünnepelnek, akik a végtagjaikat veszítették el, akik önfeláldozóan vetették magukat a harcba, én pedig egy kis beszéd miatt kiborulok. De nem tehettem róla. A szorongás ekkorra már átvette a testem, az életem irányítását. És ez a beszéd, amelyről azt gondoltam, hittem, sokaknak sokat jelent, nem segített, csak súlyosbította az állapotomat. Ráadásul a producer közölte velem, amikor felmentem a színpadra, hogy késésben vagyunk. Remek, még valami, amin rágódhatok? Köszönöm. Ahogy odaértem a pulpitushoz, amit korábban én magam helyeztem el nagy műgonddal, szittam magam, mert innen tökéletes rálátás nyílt valamennyi versenyzőre, azokra bizakodó, ragyogó, várakozó arcokra, akik számítanak rám. Kényszerítettem magam, hogy máshová nézzek, hogy ne nézzek semmire. Sietve, erősen koncentrálva az időre, elhadartam. Néhány résztvevő számára ez ugródeszkát jelenthet az élsport felé. Mások számára viszont a felépülésük egy fejezetének végét és egy új fejezet kezdetét jelenti majd. Leléptem és megkerestem a helyem elől, apu mellett, aki a vállamra tette a kezét. Ügyes voltál, kedvesem. Tudta, hogy meg kell dicsérnie, de azt is tudta, hogy elkapkodtam a beszédet. Most az egyszer örültem, hogy nem a nyers igazságot hallom a szájából. Ha csak a számokat nézzük is, az Invictus siker aratott. Két millió nézője volt a tévében, és ezrek töltötték meg az arénákat minden egyes versenyszámnál. Számomra a csúcspontok egyike a kerekes székes rögbi döntője volt, Nagy-Britannia és Amerika között, amin több ezer rajongó szurkolt Nagy-Britanniának a Cooper Boxban. Bármerre jártam azon a héten, az emberek odajöttek hozzám, rázták a kezemet, elmesélték a történeteiket, gyerekek, szülők, nagyszülők könnyes szemmel mesélték, hogy ezek a játékok visszahoztak valamit, amiről azt gondolták, örökre elveszett. A fiúk, a lányuk, a fivérük, a nővérük, az anyjuk, az apjuk igazi lelkületét. Egy asszony megkocogtatta a vállamat, és azt mondta, hogy feltámasztottam a férje mosolyát. Ó, az a mosoly, mondta. Nem láttam azóta, hogy megsebesült. Tudtam, hogy az Invictus jót fog tenni a világnak, mindig is éreztem, de váratlanul ért az elismerés és a hála hulláma, és az örömé. Aztán jöttek az e-mailek, több ezer, egyik meghatóbb, mint a másik, Öt éve, hogy eltört a gerincem, de miután láttam ezeket a bátor férfiakat és nőket, ma felkeltem a kanapéról és készen állok az újrakezdésre. Afganisztánból való visszatérésem óta depresszióban szenvedek, de az emberi bátorság és ellenálló képessége bizonyítéka ráébresztett arra, hogy a záró ünnepségen néhány perccel azt követően, hogy bemutattam Dave Groholt, és Foo fighters egy férfi és egy nő lépett oda hozzám, közöttük a kislányukkal, aki rózsaszín kapucnis pulóvert és narancsárga fülvédőt viselt. Felnézett rám. Köszönöm neked, hogy az apukám ismét az apukám lett. Az apja aranyérmet nyert. Csak egy gond van, mondta. Nem látja a Foo fighters -t. Á, az nem lehet. A vállamra emeltem, és együtt néztük négyesben, táncolva, énekelve, és ünnepeltük azt, hogy élünk. Ez volt a harmincadik születésnapom. 77. Röviddel a játékok után tájékoztattam a palotát, hogy kilépek a hadseregből. Elfeldolgoztunk a hivatalos közleményen, nehéz volt jól megfogalmazni a nyilvánosság számára, talán azért, mert magamnak sem igen tudtam. Utólag belátom, azért volt nehéz megmagyarázni a döntést, mert egyáltalán nem volt döntés, csak eljött az ideje. De pontosan minek is volt itt az ideje, azon kívül, hogy ott hagyom a hadsereget? Mostantól kezdve olyas valami leszek, ami még soha nem voltam. Teljes munkaidős királyi családtag. Hogyan tudnám ezt egyáltalán megtenni? És vajon ez akartam lenni? Az életen át tartó egzisztenciális válságban ez volt a legrosszabb. Ki vagy te, ha nem lehetsz többé az, ami mindig is voltál, amire kiképeztek? Aztán egy nap azt hittem, megpillantottam a választ. Csípős keddi nap volt a Londoni Tower közelében, az utca közepén álltam, és egyszer csak ott termett, és végigmenetelt az úton a fiatal Ben, a katona, Akivel 2008-ban együtt repültem haza Afganisztánból. A katona, akit meglátogattam, és akinek szurkoltam, amikor új műlábával felmászott egy falra. Hat évvel a repülésünk után, ahogy ígérte, maratont futott. Nem a londoni maratont, ami önmagában is csoda lett volna. A saját maratonját futotta, egy saját maga által tervezett útvonalon a London város térképére rajzolt pipacs körvonalai mentén. Megdöbbentő módon 50 kilométert tett meg összesen, a teljes kört, hogy pénzt gyűjtsön, felhívja a figyelmet a problémára és emelje a pulzus számát. Nem hiszek a szememnek, mondta, amikor meglátott. Te mondod? kérdeztem vissza. Én sem az enyémnek. Látni őt odakint, azt, hogy még mindig katona, annak ellenére, hogy már nem az, ez volt a válasz a kérdésemre, amelyel oly sokáig küzdöttem. Kérdés, hogyan lehet leszerelni a katonaságtól, ha mindig is katona voltál, vagy az akartál lenni? Válasz, nem lehet. Ha leszerelsz, akkor is katona maradsz. Mindörökre. 78. Afganisztáni háborús istentiszteletet tartottak a Szent Pál székesegyházban, amit egy fogadás követett, a Guild Hellben, a City of London Corporation szervezésében, elindítottam a Walking with the Wanted Walk of Britain elnevezésű programot, majd felkerestem az angol rögbi válogatottat, ezután megtekintettem a Franciaország elleni mérkőzésre felkészítő edzőmérkőzésüket, Utána követtem őket Wickenhambe, és zrukkoltam nekik. Aztán megemlékezés az olimpikon Richard Maid, a brit történelem legeredményesebb lovasának emlékművénél, majd törökországi utazás apuval a Gallipoli századi évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre, aztán találkozás a történelmi jelentőségű csatában harcoló férfiak leszármazottaival, utána vissza Londonba, a London Maraton futóinak érem átadására. Ez volt a 2015-ös évem kezdete. Csak a legfontosabb események. Az újságok tele voltak sztorikkal Vili lustaságáról, és a sajtó Lógos Wilsnek titulálta, ami obszcén és durván igazságtalan volt, mivel Vili a gyermekvállalással és a család alapítással volt elfoglalva. Két ismét várandós volt. Emellett még mindig lekötelezettje volt apunak, aki a pénztárcáját kezelte. Annyit dolgozott, amennyit apu akart, ami néha nem volt sok, mert apu és Kamilla nem akarták, hogy Vili és Két nyilvánosságot kapjon. Apu és Kamilla nem szerették, ha Vili és Két elvonja a figyelmet róluk vagy az ügyeikről. Sokszor nyíltan szidalmazták Vili emiatt. Jelen esetben apu sajtófőnöke szitta Vili csapatát, mert két egy teniszklubba látogatott volna ugyanazon a napon, amikor apunak hivatalos programja volt. Arra hivatkozva, hogy már túl késő lemondani a látogatást, apu sajtófőnöke figyelmeztetett. Csak arra ügyeljenek, hogy a hercegné egy fotón se tartson teniszütőt a kezében. Egy ilyen megnyerő beszédes fotó miatt apu és Kamilla kétség kívül lekerülne a címlapokról, és ez végül is tűrhetetlen. Vili elmondta, hogy kéttel ők is csapdában érezték magukat, és mint akit igazságtalanul üldöz a sajtó, plusz apu és kamilla, 2015-ben szükségét éreztem annak, hogy mindhármukat képviseljem. De önző módon azt sem akartam, hogy engem kapjon fel a sajtó. Hogy lustának nevezzenek? Megborzongtam. Sohasem szerettem volna, hogy a nevemhez tapadjon ez a szó. A sajtó életem nagy részében hülyének, rakoncátlannak és rastistának nevezett, de a lustának merészelnek titulálni, nem garantálhatom, hogy akkor nem megyek le a Fleet Streetre, hogy kirángassak néhány embert az íróasztaluk mögül. Csak hónapokkal később értettem meg, hogy több oka is volt annak, hogy a sajtó vilére vadászott. Először is felhúzta őket azzal, hogy nem játszott tovább a játékszabályaik szerint, és megtagadta tőlük a korlátlan hozzáférést a családjához. Többször is visszautasította, hogy kétet úgy terelgesse eléjük, mint egy értékes versenylovat. Ezt nem nézték jó szemmel. Aztán volt bátorsága kiállni és egy bizonyos fokig Brexit ellenes beszédet tartani, ami felbőszítette őket. A Brexit biztosította számukra a kenyérkeresetet. Hogy merészeli azt csugalni, hogy baromság? 79. Ausztráliába utaztam katonai gyakorlatra, és ott kaptam a hírt, megszületett vilék második gyermeke, Charlotte. Újra nagybácsi lettem, és nagyon örültem neki. De előreláthatóan már aznap vagy másnap egy újságíró egy interjú során úgy faggatott erről, mintha halálos betegséget diagnosztizáltak volna nálam. Nem haver, nagyon fel vagyok dobva de még hátrébb került az örökösödési sorban. Nem is örülhetnék jobban Vili és két boldogságának. Az újságíró azonban tovább erőltette. Ötödik a sorban. Már nem is a tartalék tartalékja. Azt gondoltam, először is jó dolog távolabb lenni a vulkán középpontjától. Másodszor miféle szörnyetek gondol ilyenkor magára, és az örökösödési sorban betöltött helyére, ahelyett, hogy egy új életet üdvözölne a világban. Egyszer azt hallottam egy udvarnoktól, hogy ha az ember ötödik vagy hatodik a sorban, akkor már légi távolságban van a tróntól. Elképzelni sem tudtam, hogy lehet ilyen tudattal élni. Az újságíró nem tágított. A gyermek születése nem késztetett arra, hogy megkérdőjelezzem a döntéseimet? A döntéseimet? Nem lenne itt az ideje, hogy megállapodjon? Nos, ah, az emberek kezdik Bridget Joneshoz hasonlítani. Tényleg? Bridget Jones, igen? Az újságíró várt. Sor fog kerülni rá, biztosítottam a férfit. Vagy nőt. Nem emlékszem az arcára, csak az abszurd kérdéseire. Mikor tervezi, kedves uram, hogy megnősül? Majd megnősülök, amikor megnősülök. Feleltem úgy, ahogyan egy nyaggató nagynénit nyugtatgatnék. Az arc nélküli újságíró lesújtottan, szánalommal bámult rám. De vajon sor kerül majd rá? Meg fog történni? 80. Az emberek gyakran feltételezték rólam, hogy azért ragaszkodom az aglegény életemhez, mert az olyan fantasztikus. Sokszor gondoltam arra, hogy bárcsak látnának most. Aztán folytattam az alsógatyáim hajtogatását, és néztem a Mónika és csendleres esküvője című részt a jó barátokból. A mosás mellett a ruháimat gyakran a radiátoron szárítottam, magam végeztem a házi munkát, főztem magamra és intéztem a bevásárlást. Volt egy szupermarket a palota mellett, és legalább hetente egyszer lazán besétáltam oda. Természetesen minden egyes utat olyan gondosan megterveztem, mint egy őrjáratot muszakala körül. Különböző időpontokban érkeztem, véletlenszerűen, hogy ne vonzam oda a sajtót. Áruhát viseltem, szemembe húzott bézból sapkát, bőkabátot. A fénysebességnél gyorsabban szaladgáltam a gondolák közötti folyosókon, felkaptam a nekem tetsző lazacfilét, a nekem kedves jogkurt márkát, Memorizáltam a bolt alaprajzát. Plusz néhány Granny Smith almát és banánt, és persze néhány zacskó chipset. Aztán már futottam is a pénztárhoz. Ahogy annak idején az apacs felszállás előtti ellenőrzését, most a bevásárlásaim menetét is beleszorítottam tíz percbe. Egy este azonban, amikor betértem a boltba és elindultam a polcok között, rádöbbentem, hogy minden más helyre került. Gyorsan az egyik alkalmazotthoz fordultam. Mi történt? Tessék? Hol van minden? Hol van a... Miért került más helyre minden? Komolyan tudni akarja? Igen, komolyan. Hogy az emberek több időt töltsenek itt, és több árut vásároljanak. Meglepődtem. Ezt megtehetik? Nem ütközik törvénybe? Kisé pánikba esve folytattam a rohangálást a sorok között, fels, alá, a lehető legjobban megpakolva a bevásárlókocsimat, a szememet az órán tartva, majd a pénztárhoz siettem. Mindig ez volt a legtrükkösebb rész, mert a pénztárnál nem én gazdálkodtam az időmmel, itt minden másokon múlt. Ráadásul a pénztár közvetlenül az újságos állványok mellett állt, rajtuk az összes brit bulvárlap és magazin, és a címlapok felén a családom fotói virítottak. Vagy mami fotói. Vagy az enyémek. Nem egyszer láttam, hogy a vásárlók rólam olvasnak, hallottam, ahogy vitatkoznak rólam. 2015-ben gyakran hallottam, hogy arról diskurálnak, megnősülök-e valaha is. Hogy boldog vagyok-e vagy sem, hogy meleg vagyok-e vagy sem. Mindig kísértést éreztem ilyenkor, hogy megkocogtassam a vállukat. Hello! egyik este, áruhában, miközben hallgattam, ahogy néhány a rólam és a döntéseimről beszélgetnek, a sor elején emelt hangú vitára lettem figyelmes. Egy idősebb házas pár szidalmazta a pénztárost. Először kellemetlen volt, majd tűrhetetlen. Előre léptem, megmutattam az arcomat, megköszörültem a torkomat. Elnézést, nem tudom, mi folyik itt, de nem hiszem, hogy így kellene beszélniük vele. A pénztáros nő a könnyeivel küszködött. Az őt szidalmazó pár megfordult és felismert engem. Azonban a legkevésbé sem voltak meglepve. Csak megsértődtek azon, hogy felhívtam a figyelmet a bántalmazó viselkedésükre. Amikor távoztak, és én kerültem sorra, hogy fizessek, a pénztáros nő szerette volna megköszönni, miközben bezacskózta az avokádóimat. Hallani sem akartam róla. Mondtam neki, hogy tartson ki, Összeszedtem a holmimat, és elrohantam, mint a zöld darázs. A ruhavásárlás sokkal egyszerűbb volt. Általában nem gondoltam a ruházkodásra. Alapjában véve nem hittem a divatban, és nem is értettem mások miért foglalkoznak vele annyit. A közösségi médiában gyakran gúnyoltak az összemillő ruhadarabjaim, a kopottas cipőim miatt. A szerzők megjelöltek egy rólam készült fotót és azon csodálkoztak, hogy miért olyan hosszú a nadrágom, miért olyan gyűrött az ingem. Azt ámúban sem gondolták, hogy a radiátoromon szárítom őket. Nem valami hercegi, ezt mondták rám. Igazatok van, gondoltam. Apu próbálkozott. Kaptam tőle egy pár gyönyörű fekete cipőt. Valóságos műalkotás volt. Nehéz, mint egy bowling golyó. Addig hordtam, amíg ki nem lyukadt a talpa, és amikor kigúnyoltak azért, hogy lyukas cipőt hordok, végül megjavítattam. Minden évben kaptam aputól hivatalos ruhapénzt, de ezt szigorúan csak a hivatalos ruházatra költhettem. Öltönyökre és nyakkendőkre, ünnepi alkalmakra való viseletekre. A hétköznapi cuccaimért a TK Maxx diszkontba jártam. Különösen szerettem az évente egyszeri kiárusításukat, amikor tele voltak GAP vagy g darabokkal, Olyanokkal, amelynek épp lejárt a szezonjuk, vagy kisi hibásak voltak. Ha jól időzítettél, és a kiárusítás első napján mentél oda, akkor ugyanazokat a ruhákat kaparinthattad meg, amelyért mások egy vagyont fizettek az elegáns boltokban. 200 fontból úgy nézhetett ki az ember, mint aki egy divatlapból lépett elő. Itt is volt egy rendszerem. 15 perccel zárás előtt kell beérni a boltba, fogja egy piros kosarat, Sies fel vele a legfelső emeletre, kezdje módszeresen felfelé haladni az egyik álványon, majd lefelé a másikon. Ha találtam valami ígéreteset, a melkasom elé vagy a lábamhoz tartottam a tükör előtt Soha nem vacakoltam a szín vagy a fazom miatt, és persze a közelébe se mentem a próbafülkének. Ha szépnek és kényelmesnek tűnt, ment a kosárba. Ha bizonytalan voltam, megkérdeztem Billit a sziklát. Örömmel vállalta Maszegban a stylistom szerepét. Záráskor két hatalmas bevásárlószatyorral diadalittasan futottunk ki. Az újságok ezután már nem tituláltak csavargónak, legalábbis egy ideig. Ennél is jobb volt, hogy hat hónapig nem kellett ruákkal foglalkoznom. 81. Az alkalmi bevásárlásokon kívül 2015-ben már sehova sem jártam. Teljesen leálltam. Nem volt több alkalmi vacsora a haverokkal, sem házibuli, és klub sem. Semmi, de semmi. Minden este egyenesen hazamentem a munkából, a mosogató fölött ettem, aztán elintéztem a papírmunkát, a háttérben halkan szólt a jó barátok. Apu szakácsa néha feltöltötte a fagyasztómat csirkés pitével, túrós pitével. Hálás voltam, hogy nem kellett annyit járnom a szupermarketbe. Bár a piték néha a gurkákra és a kecskepörköltjükre emlékeztettek, főleg azért, mert annyira fűszerezetlenek voltak. Hiányoztak a gurkák, hiányzott a hadsereg, hiányzott a háború. Vacsora után rágyújtottam egy jointra, és ügyeltem rá, hogy a füst ne szálljon be a szomszédom Kent grófjának kertjébe. Aztán korán lefeküdtem. Magányos élet. Furcsa élet. Magányosnak éreztem magam, de a magány még mindig jobb volt, mint a pánik. Éppen kezdtem felfedezni néhány egészséges gyógymódot a pánik ellen, de amíg nem éreztem magam biztosabbnak, amíg nem éreztem szilárd talajt a lábam alatt, addig erre az egyet lehatározottan, egészségtelen gyógymódra hagyatkoztam. Az érintkezések elkerülése. Agrofóbiás voltam, ami viszont jóformán képtelenség tekintettel a nyilvános szerepeimre. Egy beszéd után, amit nem lehetett elkerülni, vagy lemondani, és ami alatt majdnem elájultam, Vili odajött hozzám a színfalak mögött, nevetve. Harold, nézzenek oda! Csurom vizes vagy. Képtelen voltam megérteni a reakcióját. Pont ő jelen volt az első pánikrohamomnál. Kéttel együtt. Egy póló meccsre mentünk, Gloucester sörbe, az ő roverükkel. Én ültem hátul, Willi pedig rám nézett a visszapillantóból. Látta, hogy izzadok, vörös arccal. Jól vagy, Herold? Nem, nem voltam jól. Több órás út volt, és néhány kilométerenként meg akartam kérni, hogy álljon félre, hogy kipattanhassak, és megpróbáljak levegőhöz jutni. Tudta, hogy valami baj van, valami rossz. Aznap, vagy röviddel ezután azt mondta, hogy segítségre van szükségem. És most nekiáll ugratni. Fel nem tudtam fogni, hogyan lehetett ennyire érzéketlen. De én is hibás voltam. Tudhattuk volna. Fel kellett volna ismernünk a széteső érzelmi és mentális állapotomat, mert éppen akkor kezdtük el megbeszélni egy nyilvános kampány elindítását, hogy felhívjuk a figyelmet a mentális egészség fontosságára. 82. Kelet-Londonba, a Mildmay missziós kórházba mentem megemlékezni a kórház 150. évfordulójáról, és a közelmúltban végzett felújításokról. Édesanyám egyszer híres látogatáson jártott. Kezet fogott egy hív pozitív emberrel, és ezzel megváltoztatta a világot. Bebizonyította, hogy a hív nem lepra és nem átok. Bebizonyította, hogy a betegség nem zárja ki az embereket a szeretetből és a méltóságból. Emlékeztette a világot, hogy a tisztelet és az együttérzés nem ajándék, hanem minimum, amivel tartozunk egymásnak. Megtudtam, hogy ez a híres látogatása valójában egy volt a sok közül. A Mild Mély egyik dolgozója félrehívott, és elmesélte, hogy Mami rendszeresen járt a kórházba. Semmi felhajtás, semmi fotózás. Csak beugrott, felvidított néhány embert, aztán hazaszaladt. Egy másik nő elmondta, hogy ő jelen volt betegként az egyik ilyen látogatása alkalmával. Hív pozitívnak született, és emlékezett rá, hogy mami ölében ült. Ekkor még csak két éves volt, de emlékezett rá. Megöleltem. Az anyukádat. Tényleg megöleltem. Az arcom kipirult. Irigykedtem. Tényleg? Igen, 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 és olyan jó volt. Erősen ölelt. Igen, emlékszem, de nem emlékeztem rá. Akárhogy is próbálkoztam, alig emlékeztem valamire. 83. Bocvanában jártam, néhány napot Tejgyel és Michael töltöttem. Vágyottam utánuk, fizikai szükségét éreztem, hogy elmenjek Májkal barangolni, hogy még egyszer Tejgyölébe hajthassam a fejem, beszélgessünk és biztonságban érezzem magam, hogy otthon érezzem magam. 2015-ös év vége. Beavattam őket a bizalmamba, meséltem nekik a szorongással vívott csatáimról. A tábortűznél üldögéltünk, ahol mindig a legjobb megbeszélni az ilyen dolgokat. Elmondtam nekik, hogy nemrég találtam néhány megoldást, ami valahogy működik. Szóval volt remény. Például a terápia. Vili javaslatát követtem, és bár nem találtam olyan terapeutát, akit szerettem volna, de néhány emberrel való beszélgetés hatására nyitottam a lehetőségek felé. Az egyik terapeuta azt mondta könnyedén, hogy egyértelműen posztraumás stresszben szenvedek, ami pontosnak tűnt. Úgy gondoltam, ezzel elindultam a helyes irányba. A másik, ami a jelek szerint bevált, a meditáció volt lecsendesítette száguldozó elmémet, és bizonyos fokú nyugalmat is hozott. Nem szoktam imádkozni, továbbra is a természet az én istenem, de a legrosszabb pillanataimban lehúnytam a szemem és elcsendesedtem. Néha segítséget is kértem, már abban sohasem voltam biztos, hogy kitől. Néha-néha éreztem a válasz jelenlétét. A pszichedelikus szerek is jót tettek. Az évek során szórakozásból kísérleteztem velük, de most már terápiásan, gyógyászati célra használtam őket. Nem csak azt tették lehetővé, hogy egy időre elmeneküljek a valóság elől, hanem azt is, hogy újra értelmezzem a valóságot. Ezeknek az anyagoknak a hatása alatt képes voltam elengedni a merev előítéleteket, meglátni, hogy létezik egy másik világ az erősen tompított érzékszerveimen túl. Egy olyan világ, amely ugyanolyan valóságos és kétszer olyan gyönyörű. Egy világ, amelyben nincsen vörösköd, nincs oka ok vörösködött kergetni, csak az igazság van. Miután elmúlt a pszichedelikus szerek hatása, megmaradtak az emlékeim arról a világról. Nem csak az van, ami itt van, minden nagy látnok és filozófus azt mondja, hogy a mindennapi életünk illúzió. Mindig is éreztem ennek az igazságát de milyen megnyugtató volt, hogy miután elrákcsáltam egy gombát, vagy a jahuaszkát ittam, a saját bőrömön tapasztaltam meg mindezt. A leghatékonyabb gyógymód a munka volt. Segíteni másokon, jót tenni a világban, inkább kifelé nézni, mint befelé. Ez volt az út. Afrika és az Invictus már régóta a szívemhez legközelebb álló ügyek voltak, de most mélyebbre akartam merülni. Az elmúlt egy évben beszéltem helikopterpilótákkal, állatorvosokkal, vadőrökkel, és mindannyian azt mondták, hogy háború zajlik, háború a bolygó megmentéséért. Háború, azt mondjátok? Engem is vegyetek be. Csak hogy van egy kis probléma, Willi. Azt mondta, Afrika az ő asztala. És joga volt ezt mondani, vagy úgy érezni, hogy joga van hozzá, mert ő az örökös mindig is módjában állt vétót emelni velem szemben, és minden szándéka megvolt rá, hogy éljen ezzel a vétójoggal, hogy visszaéljen vele. Volt néhány komolyabb veszekedésünk emiatt, meséltem Tícsnek és Mike-nak. Egy napon majdnem összevesztünk a gyerekkori barátaink, Emily és Hike fiai előtt. Az egyik fiú megkérdezte, miért nem dolgozhattok mindketten Afrikáért. Véli erre dühromot kapott, neki esett a fiúnak, amiért ilyen javaslatot merészel tenni. Mert az orszarvuk, az elefántok az enyém. Az egész annyira nyilvánvaló volt. Kevésbé érdekelte, hogy megtalálja a célját vagy a szenvedélyét, mint az, hogy megnyerje kettünk életre szóló versenyét. Több heves vita során kiderült, hogy Vili neheztelt rám, amikor az északi sarkra mentem. Megalázónak érezte, hogy nem őt hívták meg, Ugyanakkor azt is mondta, gálánsan félreállt és megengedte, hogy elmenjek, sőt, ő engedélyezte a sebesült katonákkal végzett munkámat is. Átengedtem neked a veteránokat. Te miért nem engeded át nekem az afrikai elefántokat és orszarvukat? Elpanaszoltam Tígynek és Mike-nak, hogy végre láttam az utamat. Végre rátaláltam arra, ami betöltheti a katonáskodás után a szívemben keletkezett űrt, sőt még annál is inkább fenntartható, és Willi az utamban állt. Megdöbbentek. Ne add fel, biztattak. Van hely Afrikában mindkettőtöknek, és mindkettőtökre szükség van. Így hát az ő bátorításukkal négy hónapos tényfeltáró útra indultam, hogy megismerjem az elefántcsont háború igazságát. Botswana, Namíbia, Tanzánia, Dél-Afrika. Elmentem a Krüger Nemzeti Parkba, egy hatalmas Izrael nagyságú száraz és kopár térségbe. Az orvadászok elleni háborúban a Krüger számított az abszolút frontvonalnak. A fekete és fehér orszarvúk állománya megcsappant, a kínai és vietnámi bűnszövetkezetek által pénzelt orvadászok seregei miatt. Egy orszarvú szarváért óriási összegeket fizettek, így minden egyes letartóztatott orvadász után öt újabb állt készen arra, hogy a helyébe lépjen. A fekete orszarvuk ritkábbak, ezért értékesebbek, és veszélyesebbek is. Mint növényevők, a bokrokról szedik össze táplálékukat, sűrű bozótosokban élnek, és a nyomukba szegődni egyenlő lehet a halálosítélet aláírásával. Nem tudják, hogy azért vagyott, hogy segíts. Néhányszor már megtámadtak, és szerencsém volt, hogy megúsztam anélkül, hogy felnyársaltak volna. Tip. Mindig nézd meg, hol van a legközelebbi faág, mert lehet, hogy fel kell ugranod rá. Voltak barátaim, akik nem jártak szerencsével. A fehér orszarvuk szelidebbek, és több is van belőlük, de lehet, hogy a szelítségük miatt már nem sokáig lesznek ennyien. Mivel legelésznek, nyílt füves térségeken élnek könnyebb észrevenni és lelőni őket. Számtalan orvadás elleni járőrözésen vettem részt. A Krügerben több napon át mindig megkésve érkeztünk. Legalább negyven szétlőtt orszarvú tetemet láttam. Mint megtudtam, Dél-Afrika más részein az orvadászok nem mindig lőtték le az orszarvúakat, a lövedékek drágák és a lövésekkel elárulták volna a helyüket, ezért az orszarvúakat nyugtatóval elkábították, majd megfosztották a szarvuktól, amíg aludtak. Az állat így szinte harc nélkül ébredt fel, majd elbotorkált a bozótba meghalni. Egy hosszú műtétnél segítkeztem egy remény nevű orszarvú arcának helyreállításáért. Amikor összefoltozták a szarvát egykor befogadó testürek hártyáit. Az eset engem és a sebészi csapat valamennyi tagját traumatizálta. Azon tűnődtünk, Vajon ez volt e a legjobb, amit szegény orszarvulányért tehettünk? Olyan nagy fájdalmai voltak, de egyszerűen nem tudtuk elengedni. 84. Egyik reggel nagy köröket tettünk helikopterrel a krüger fölött, és árulkodó jeleket kerestünk. Hirtelen észrevettem a legárulkodóbb jelet. Ott mondtam, kesejük gyorsan leereszkedtünk. Amikor földet értünk, kesejük felhői szálltak fel. Kiugrottunk, láttuk a kétségbe esetten menekülő állat lábnyomait a porban, a töltényhüvelyek megcsillantak a napfényben. Követtük az ösvényt a bozódba, ahol egy hatalmas fehér orszarvút találtunk, egy tátongó lyukkal ott, ahol a szarvát levágták. A háta csupa seb volt tizenöt golyó ütötte lyuk, ha jól számoltam. Hat hónapos kicsinye melle feküdt élettelenül. Összeraktuk, mi történt. Az orvadászok rálőttek az anyára. Ő és a kicsinye menekültek. Az orvadászok idáig üldözték őket, az anya még képes volt védelmezni a kicsinyét, ezért az orvadászok fejszével szétvágták a gerincét, hogy mozgásképtelenné tegyék. Amíg még életben volt, kivéreztették, megfosztották a szarvától. Nem találtam szavakat. A nap forró kék égről sütött le ránk. A testőröm megkérdezte a vadőrt. Melyiket ölték meg előbb? A bébit vagy az anyját? Nehéz lenne megmondani. Mit gondolsz, a közelben vannak még az orvadászok? Megtalálhatjuk őket? Kérdeztem. Képtelenség. Még ha a környéken lennének is. Ez a tű és a szénak az 85. Namíbiában az északi sivatag átszelése közben sivatagi orszarvókat keresve találkoztam egy kedves orvossal, aki sivatagi oroszlánokat követett. Namíbiának ezen a részén erősen üldözték őket, mert gyakran behatoltak a mezőgazdasági területekre. Az orvos megfigyelt néhány példányt, hogy tanulmányozza egészségi állapotukat és mozgásukat. Elkérte a számunkat, hogy felhívhasson, ha ráakad egyre. Aznap este egy kiszáradt patak mellett vertünk tábort. Mindenki más a sátrakban vagy a teherautókban volt, de én a tűz mellett bontottam ki a matracomat, és egy vékony takarót terítettem magamra. A csapatom minden tagja azt hitte, hogy viccelek. Ez a környék tele van oroszlánokkal főnök. Mondtam nekik, hogy nem lesz semmi bajom. Már milliószor csináltam. Éjfél körül megszólalt a rádió. Az orvos volt az. Négy kilométerre járt tőlünk, és épp most kábított el két oroszlánt. Beugrottunk a Land Cruiserbe, és száguldva közeledtünk felé. A kormány által mellén kirendelt namíbiai katonák is ragaszkodtak hozzá, hogy velünk jöjjenek akár csak a helyi rendőrség. A korom sötét ellenére könnyen megtaláltuk az orvost. Két hatalmas oroszlán mellett állt. Mindketten a hasukon feküdtek, fejüket óriási mancsaikra támasztva. Rájuk irányította a zseblámpáját. Láttuk, ahogy az oroszlánok melkasa emelkedik és süllyed. Csendes légzés. Letérdeltem a nőstény mellé, megérintettem a bőrét, Belenéztem félig lehúnyt borostyán színű szemébe. Nem tudom megmagyarázni miért, de úgy éreztem, hogy ismerem őt. Ahogy felálltam, az egyik namíbiai katona elsuhant mellettem, és legugolt a másik oroszlám mellé. Egy nagy hím volt. A katona felemelte az AK 47-esét, és megkérte az egyik haverját, hogy készítsen egy fényképet, mintha elejtette volna. Épp mondani akartam valamit, de Billy a szikla megelőzött. Azt mondta a namíbiai katonának, hogy húzzon a picsába az oroszlánoktól. A katona sértődötten odébb állt. Megfordultam, hogy mondjak valamit az orvosnak. Egy villanást láttam. Újra megfordultam, hogy megnézzem, honnan jött, melyik katona futózott le a telefonjával, és hallottam, hogy a férfiak felhördülnek. Hátra néztem, a nőstény oroszlán ott állt előttem, feltámadva. Elindult felém. Semmi baj, mondta az orvos. Minden rendben. Az állat újra elesett, pontosan a lábam elé. Jó ét, édes hercegnőm. Néztem balra, néztem jobbra, senki sem volt a közelemben. A katonák mind visszarohantak a teherautóikhoz. Az egyik AK-47-essel a kezében felhúzta az ablakot, még Billy a szikla is hátrált fél lépést. Az orvos elnézést kért. Nincs miért. Visszatértünk a táborba. Mindenki bekúszott a sátrába, a teherautójába engem kivéve. Visszamentem a tűz melletti matracomhoz. Ne viccelj, mondták mindannyian. Mi lesz az oroszlánokkal? Épp most láttuk a bizonyítékot, hogy vannak oroszlánok a környéken főnök. Pff, higgyetek nekem, ez az oroszlán senkit sem fog bántani. Sőt, talán még vigyáz is ránk. 86. Vissza Amerikába. Két jó haverral. 2016. januárja. Thomas barátom egy Los Angelesben élő nővel járt, így első állomásunk az ő háza volt. Üdvözlő partit adott, meghívott egy kisebb baráti társaságot. Mindenki egy húron pendült, ami az alkoholt illeti. Másképp mondva, elkötelezték magukat a rövid időn belül nagy mennyiség fogyasztása mellett. Amiben nem értettünk egyet, az az volt, hogy milyen piából. Tipikus brit lévén gin tonikot kértem. A pokolba is, mondták az amerikaiak nevetve. Most már az államokban vagy haver, így áll egy igazi italt, így áll egy tekilát. Ismertem a tekilát, de leginkább a klub tekilát, a késő esti tekilát. Amit most kínáltak nekem, az igazi tekila volt, puccos, elegáns tekila, és az ivása mindenféle módozatára kitanítottak. Poharak úsztak felém, bennük tekila mindenféle formában. Tisztán, jéggel, margarítaként, egy kis szódával és lájmmal. Felhajtottam az egészet az utolsó cseppig, és kezdtem rohadt jól érezni magam. Azt gondoltam, szeretem ezeket az amerikaiakat. Nagyon is szeretem őket. Furcsa időpont az amerika pártisághoz. A világ nagy része akkor nem volt az. Nagy-Britannia főleg nem. Sok brit megvetette az amerikaiak afganisztáni háborúját, és nehezményezte, hogy belerángatták őket. Egyesek heves Amerika ellenes érzületet tápláltak magukban. A gyerekkorom jutott eszembe, amikor az emberek óvaintettek az amerikaiaktól. Túl hangosak, túl gazdagok, túlságosan boldogok, túlon túl magabiztosak, túl közvetlenek, túl őszinték. Nem, gondoltam ilyenkor. A jenkik nem kertelnek, nem töltik ki a szünetet udvarias hümmögésekkel és torokköszörüléssel, mielőtt rátérnek a lényegre. Bármi járt a fejükben, azonnal kibökik, mintha csak tüsszentenének, és bár néha problémát okozhat, általában jobbnak találtam, mint az alternatív megoldást. Amikor senki sem mondja ki, amit valójában érez. Amikor senki sem kíváncsi rá, te mit érzel. Ezt már 12 évesen megtapasztaltam. Most, 31 évesen még inkább. A tekila rózsaszín felhőjén lebegtem egész nap. Nem, nem a lebegés a jó kifejezés erre. Pilótaként én irányítottam a rózsaszínfelhőt, felhőt, és miután leszálltam, egyébként olyan landolással, mint ami a nagykönyvben megvan írva, másnaposság nélkül ébredtem. Kész csoda! Másnap vagy két nappal később elköltöztünk Thomas barátnőjének otthonából, Körtnikox otthonába. Ő Thomas barátnőjének a barátnője volt, és több hely is kínálkozott nála. Ráadásul éppen utazott munkaügyben, és nem zavarta, ha nála alszunk. Nem panaszkodtam. A jó barátok megszállott nézőjeként nagyon vonzónak találtam az ötletet, hogy Mónikánál aludjak. És szórakoztatónak is. De aztán Betoppant Körtni. Teljesen összezavarodtam. Törölték talán a munkáját? Nem éreztem helyén valónak, hogy megkérdezzem, de azt azért megkérdeztem. Ez azt jelenti, hogy el kell mennünk? Elmosolyodott. Természetesen nem, Harry. Rengeteg hely van még. Remek, de továbbra is zavarban voltam, mert nekem ő Mónika volt, én meg Chandler azon törtem a fejem, vajon lesz-e elmondani neki. Van-e elég tekil a Kaliforniában, amennyire szükségem lenne ahhoz, hogy bátorságot merítsek. Röviddel a hazaérkezése után Körtni több embert is meghívott magához, újabb buli kezdődött. Az újonnan érkezők között akadt egy ismerősnek tűnő fickó. – Színész? – mondta róla a haverom. – Igen, tudom, hogy színész. Hogy hívják? A haverom nem emlékezett rá. Oda mentem és szóba elegyedtem az illetővel. Barátságos fickó volt, akit rögtön megkedveltem. Az arcát még most sem tudtam hová tenni, és a nevét sem sikerült felidéznem, de a hangja annál bosszantóban ismerősen csengett. Oda súgtam a társamnak. Honnan ismerem ezt a fickót? A társam felnevetett. Batman! Mit mondasz? Batman! Már a harmadik vagy a negyedik tekilát fogyasztottam akkor, így nehezen értettem meg, és dolgoztam fel ezt a figyelemre méltó új információt. Bassza meg, igen! A Lego Batman című film. Visszafordultam a színészhez, és megkérdeztem. Ez igaz? Mi? Mi igaz? Te vagy ő? Ki? Batman? Elmosolyodott. Igen. Micsoda elképesztő helyzet? könyörögtem. Csináld! Mit? Azt a hangot! Behunyta a szemét, nemet akart mondani, de nem szeretett volna udvariatlan lenni. Vagy csak rájött, hogy nem fogom békén hagyni. Hideg kék szemét rám szegezte, megköszörülte a torkát, és tökéletes betme hangon azt mondta, Hello, Harry! Ó, ez nagyon tetszett. Még egyszer! Megismételte. Most még jobban tetszett. Nagyot nevettünk. Aztán talán azért, hogy megszabaduljon tőlünk, a hűtőhöz vezetett engem és a barátomat, és kivette egy üdítőt. Amíg nyitva volt az ajtó, kiszúrtunk egy hatalmas doboz fekete gyémánt gombás csokoládét. Valaki mögöttem azt mondta, hogy ez mindenkié. Szolgáljátok ki magatokat, fiúk. A haverommal ki is vettünk néhányat, bekapkodtuk és leöblítettük tekilával. Vártuk, hogy Batman is követi a példánkat, de nem tette. Nem az ő műfaja, vagy valami ilyesmi. Hogy lehet az? kérdeztük. Beküld minket egyedül a kicseszed nevérbarlangjába? Kivonultunk, leültünk egy tűzrakóhely mellé, és vártunk. Emlékszem, egy idő után felálltam. Vécéznem kellett, úgyhogy bementem a házba. Nehéz volt eligazodni oda bent a szögletes, modern bútorok és a tiszta üvegfelületek között. Ráadásul nem sok lámpa égett. Idővel azért sikerült megtalálnom a mellékhelyiséget. Szép WC! Gondoltam és becsuktam az ajtót. Körülnéztem. Gyönyörű kézműves szappanok. Tiszta fehér törölközők, látható fagerendák, hangulatvilágítás. Ehhez értenek a jenkik. A vécé mellett egy kerek ezüst színű szemetes állt, a fedelét pedállal lehetett kinyitni. Megbámultam, az visszabámult rám. Micsoda? Bámul, aztán egy fej kerekedett belőle. Ráléptem a pedára, mire a fej kinyitotta a száját. Hatalmas, leplezetlen vigyorral nevettem, elfordultam és pisiltem. Most már maga a klotyó is fejé változott. A csésze volt a tátott száj az ülőke zsanérjai pedig a szúrós ezüst szemek. Azt mondtam, áh! Elvégeztem a dolgomat, leúztam a vécét és becsuktam a száját. Ismét az ezüst kukához fordultam, ráléptem a pedára, odaadtam neki a zsebemből egy üres cigarettás dobozt. Tartsd ki a szád! Ah, Összhaver! haver! Szívese haver! Kuncogva hagytam el a fürdőszobát, és egyenesen a barátomhoz mentem. Mi olyan vicces? Mondtam neki, hogy most rögtön be kell mennie a mosdóba, ahol életre szóló élmény vár rá. Milyen élmény? Nem tudom leírni. Ezt a saját szemeddel kell látnod. A betmennel való találkozás elhalványú mellette. Nagy szőr megalléros puffygyekit viselt, pontosan olyat, mint amilyet én hordtam az északi és a déli sarkon. Anélkül, hogy levette volna, besétált a mosdóba. Elmentem, hogy készítsek magamnak még egy tekilát. Percekkel később megjelent, mellettem a barátom. Az arca fehér volt, mint a fal. Mi történt? Nem akarok beszélni róla. Mondd el! A Jackim sárkányá változott. Sárkányá? A mosdóban? És meg akart enni. Jóságoség. Egy sárkány barlangjába küldtél. A francba is. Bocs, haver. Ami nekem kellemes utazás, az neki pokoljárás volt. Micsoda peh, milyen érdekes. Óvatosan kivezettem, és megígértem neki, hogy minden rendben lesz. 87. Másnap újabb házi buliba mentünk. A szárazföld belsejébe utaztunk, bár a levegő még itt is óceán illatú volt. Még több tekila és még több híresség jött szembe, és még több gomba fogyott. Belefogtunk valamilyen játékba, valamiféle kitalálós di volt, azt hiszem. Kaptam valakitól egy jointot, finom volt. Szívtam, néztem a kaliforniai égból tiszta, krémes kékét. Valaki megkocogtatta a vállam, és azt mondta, szeretné, ha megismerkednék Kristina Aguilera-val. Ó, oh, hello, Kristina! Elég férfiasan nézett ki. Nem, úgy látszik, félreértettem. Nem Krisztina Aguilera volt az, hanem az a fickó, aki az egyik dalának a társszerzője. Jeannie in a bottle a címe. Ismertem is a dalszövegét? Vagy ő mondta el nekem? I am Jeannie in a bottle, you gotta rub me the right way. Mindegy. Egy rakás pénzt keresett a dalszöveggel, és most nagy stílűen élt. Jó neked, haver! Ott hagytam, elindultam ki az udvarra, és onnantól fogva egy időre kihagy az emlékezetem. Úgy tűnik, emlékszem egy újabb házi bulira, még az napira, vagy az már más nap volt. Végül valahogy visszatértünk Mónikához, vagyis Körtnéhez. Éjszaka volt. Lesétáltam a lépcsőn a tengerpartra, és a lábujjaimat az óceánba mártva megálltam, Figyeltem, ahogy a tarajos hullámok előre törnek, visszahúzódnak, majd ismét előre törnek, egy örökké valóságnak tűnő ideig. A vízről az égre pillantottam oda-vissza, aztán egyenesen a holdra bámultam. Beszél hozzám, mint a kuka meg a vécé. És mit mondott? Azt, hogy jó lesz az előttünk álló év. Hogyan lesz jó? Valami nagy dolog fog történni. Valóban? Valami nagy durranás. Nem olyan lesz, mint az előző? Nem, valami különleges történik. Tényleg, hold? Ígérem. Kérlek, ne hazudj nekem. Majdnem annyi idős voltam ekkor, mint apu, amikor megnősült, és ő tragikusan későn érőnek számított. Harminckét évesen köznevetség tárgyává vált, Amiért nem tudott vagy nem akart társat találni magának? 32 éves volt a Valaminek változnia kell, kérlek szépen. Majd változik. Kinyitottam a számat az égre, a holt felé, a jövő felé. Na! Vége a második résznek.